100. Akkor rémültem meg igazán, amikor meleg cseppeket éreztem az acomon. Gyorsan letöröltem őket, aztán ismét felkattintottam a lámpám. Vörös foltokat láttam a kezem fején. Nem tehettem egyebet, meg kellett másznom padma szambhavát. Csak hogy nem könnyű úgy felkapaszkodni egy hatalmas szoborra, hogy a kezünkben van egy kibiztosított fegyver, egy elemlámpa, és egy kés is. Mert már ez utóbbi is a kezemben volt. Úgy gondoltam, hogy szükségem lesz rá odafent. Némi habozás után mégis az zsebembe dugtam őket, és immár puszta kézzel igyekeztem felfelé. Nem töltött el jó érzéssel, ha arra gondoltam, hogy olyan védtelen vagyok, mint a szikla falon ragadt, tapasztalatlan, növendék hegyi kecske. Sóhajtottam, és igyekeztem minél közelebb kerülni Domingoshoz. Közben megállapítottam magamban, hogy a csomolángmát sem lehet nehezebb megmászni, mint padmaszambhava szobrát. Igyekeztem fogódzó pontokat találni rajta, amelyek megtámaszthatták a lábam, és amibe belekapaszkodhattam. Csak akkor ingott meg a hitem a vállalkozásom sikerében, amikor padmaszambhava érezhetően megmoczant alattam. Nyilvánvalóan nem azért készítették, hogy legyek helyett emberek mászkáljanak rajta. Sikerült anélkül megközelítenem Domingost, hogy letört volna a szobor valamelyik végtagja, vagy csak úgy egyszerűen lezuhantam volna róla. Amikor aztán már szorosan mellette voltam, ismét csak elfogott a kétség. Hogy az ördögbe fogom levinni. Néhány másodpercnyi töprengés után rájöttem, hogy sehogy. Más utat kell találnom. Sóhajtottam, hiszen abban sem voltam biztos, hogy Domingó széle még. Szerencsére pillanatokkal később megbizonyosodhattam róla. Kvöööö, kvöööö hallottam magam a lolfudokló köhögését. Villámsebesen leküzdöttem magam a szoborról. Úgy éreztem, mintha a szabadság szoborról másztam volna le. Ám egyetlen másodpercig sem pihenhettem. Amint leértem, elkezdtem körbejárni a hakangot. Néhány másodperccel később megtaláltam, amit kerestem. Tankákat, azaz faliképeket, amelyek békésen feküdtek egymáson hakang hátulsó részében. Pillanatok alatt kirángattam a sarokból, és egymásra halmoztam őket padmaszambhava kinyújtott karja alatt. Aztán még egyszer ne kifogtam a mászásnak. Ekkor már könnyebben ment a dolog. Tudtam, hova kell lépnem, mibe kell kapaszkodnom. S bár kezdeti önbizalmam sebesen elszállt, amikor a szobor derekánál megcsúsztam, és kis híja volt, hogy vissza nem estem a padlóra. Akár a nyakam is kitörhettem volna. Kvő, kvő, hallottam ismét a furcsa hangokat. Lecövekeltem magam padmaszambhava vállán, előhúztam a késemet, vetettem egy pillantást a mélyben egymáson heverőtt hangákra, aztán elnyiszáltam a kötelet. A kötél elszakadt, Domingos pedig lebucskázott a mélybe. Kvő, kvő, dünnyögte, amikor nagy puffanással célba ért. Kvő, kvő, nem is emlékszem rá hogyan kerültem le a szoborról. Lehet, hogy lecsúsztam róla, lehet, hogy egyszerűen csak Domingos után ugrottam, minden esetre amikor magamhoz tértem, már ott térdeltem mellette. Domingos arca halocápat volt, bajuszám vércseppek ültek, melkasa csak lassan emelkedett süllyedt. Kvöö, köhögött. Aztán kinyitotta a szemét. Amikor meglátott maga felett, rémülten ismét lehunta. Először azt hittem, tőlem ilyet meg, majd észrevettem, hogy a fejem felett, padmaszambhava hava arca vicsorog rá a holdfényben. Összeszedtem minden erőmet, és felkaptam a vállamra. Domingos nem volt ugyan magas, kövér pedig végképp nem, mégis olyan nehéznek éreztem, mintha egy kőszobrot próbálnék emelgetni. Domingos teste csupa izom volt, és tömör, mint egy ólon katona. Amikor már nem kellett attól tartanom, hogy leesik, elindultam vele az udvar felé. Két perc múlva már holdárnyékban pihentünk mind a ketten. Hogy ő hogyan érezte magát, nem tudom, még nem volt időm megkérdezni tőle, arról nem is beszélve, hogy magánál sem volt. Én viszont úgy, mintha felakasztottak és az utolsó pillanatban vágtak volna le a kötérről. 101. Amikor nekiálltam, hogy életet lehelyek Domingosba, nem gondoltam volna, hogy milyen könnyen sikerül. Ő szintén szólva már a legrosszabbtól tartottam nevezetesen, hogy a barátom ott hal meg a karjaim között. Nem tudtam, milyen súlyosak a sérülései, a vércseppek, amelyek rám hullottak, megijesztettek. Azzal is számolnom kellett, hogy eltört a nyak csigolyája, és most éppen az utolsó perceit éli. Letérdeltem mellé, és csak úgy próbaképpen lehúztam neki egy pofont. Hőő nyögte. Hő. Erre lehúztam neki még egyet. Hő. Hő. Harmadszorra már célt tévesztett a pofonom. Kinyitotta ugyanis a szemét, majd elkapta a karomat. Sőt, megmozdult a szája is. Azt hittem, ismét jön majd ez a klőrőrő, de nem az jött. Villám sebesen felült, és rám kiáltott. Mi a francot csinál, mi? Ha még egyszer. csuklott a feje, és behunta a szemét. Ha még egyszer, megüt suttogta, elkapom, és. Hamburgert csinálok magából. Én is örülök, hogy megmenthettem, mondtam. Nagyon kérem, ne legyen annyira hálás érte. Menjen, a francba. Nyögte. Hol vagyok? A Kolostor udvarán a zöld fűben. És mit, keresek itt? Nem tudom, mondtam. Talán legelni akart egy kicsit. Ha leszáll a harmat, megpuhul a fű. Hogy, kerültem ide, maga, maga. Tényleg kíváncsi rá, vagy csak a hangom szeretné hallani? Rám nézett és összeráncolta a homlokát. Csópa vér az arca. A magáé is mondtam. Verekedtünk. Kérdezte, aztán mielőtt válaszoltam volna, már rá is jött, hogy ostobaságot kérdez. Az nem lehet, mondta. Biztosan nem verekedtünk. Az lehetetlen. Miért lenne az? Mert akkor maga feküdne itt a füvön, nem én. Túti valami disznóságot követett el ellenem. Ekkor már biztos voltam benne, hogy nem történt vele semmi komolyabb. Csupán az orra vérzett annak jeleként, hogy valamilyen kemény tárgyal találkozott az este folyamán. Mégis, mi történt velem? Immár közel sem volt olyan ellenséges a hangja, mint korábban. Felakasztották, mondtam. Tessék! Hökkent meg! Elmagyaráztam neki a történteket hogy felakasztották Padmaszam hava szobrára. Hogy úgy lógott a levegőben, mint egy denevér, azzal a kis különbséggel, hogy az egészséges denevér fejjel lefelé lóg. Isteni csoda, hogy megúszta mondtam. Már mint az akasztásra gondolok. Hogy nem tört ki a nyaka. Morgott valamit, aztán a zsekiére mutatott. Segítene lehúzni a cipzárját. Segítettem. Amint a cipzár elindult lefelé, azonnal rájöttem, hogy mi mentette meg Domingost. Észrevettem, hogy két gyapjósál is védi a nyakát. Maga nyáron is sálat használ. Ráadásul kettőt. Csodálkoztam. Megfájdult a torkom panaszkodott. És még most is fáj. Ezért felvettem mind a két sálamat. A fene gondolta volna. Jó ötlet volt, mondtam. És most meséljen. Nyelt néhányat és gyanakodva nézett rám. Miről meséljek? hogy mit történt magával. Láttam rajta, hogy kemény küzdelem folyik a lelkében. Mint a levegőben szokott, amikor a hideg és a meleg légáramlatok összeütköznek egymással. Ide jöttem a, hakangba mondta végül. Meg akarta keresni a szerzetest, mi? Kérdeztem. Miért? Maga is azt keresi. Már a nyelvemen volt a válasz, hogy én meg is találtam, szerencsére még idejében sikerült lenyelnem. Van legalább valami ötlete, hol lehet? Ha lenne, sem mondanám el magának. Miből gondolja, hogy itt van Al-Hakangban? Ez maradjon az én titkom. Néha rájövök olyasmikre is, amire maga nem. Arra gondoltam, hogy a fenét jött ő rá bármire is. Valaki a Dermot csapatból megfigyelte, hogy érdeklődést mutatok a régi hakang iránt, s ebből azt a következtetést vonta le különben helyesen, hogy a múmia Al-Hakangban lehet elrejtve. Mondja, nem maga volt az, aki orvul rám támadt. Emelte fel az orrát. Miért támadtam volna magára? Éppen magára. Mert én vagyok a méltó ellenfele, mondta. Ha valaki képes megtalálni a múmiát, akkor én leszek az. Egyre inkább kezd maga gyanús lenni nekem. Hirtelen felkönyökölt, és mielőtt megmozzanhattam volna, fegyvert fogott rám. Korábban nem kutattam át, így fogalmam sem volt róla hogy stukker van nála. Végig rajtam tartotta a csövét, amíg nagy nyögések közepette feltápászkodott. Most szépen, visszamegyünk a hakangba, mondta. Maga, kvöö, kvöö, a francba, megy elől, én maga mögött. És, ne próbáljon, semmit, mert lelövöm. Képes lenne rá. Ne akarja, megtudni. Szép lassan besétáltunk az imaterembe. Láttam, hogy kezd eluralkodni rajta a gyengeség, amit úgy egyébként nem is csodáltam. Ha valaki lógott már egy nyakára hurkott kötélen, egy hakangban, Padmasambhava szent életű szerzetes kardján, az tudja, miről beszélek. Amikor Padmasambhava aláértünk, attól tartottam, hogy nem tudja majd tartani a stukkerét és önkéntelenül is elkezd lövöldözni vele. Hol? Lógtam én, maga szerint. Mutattam, hogy hol. Láttam rajta, hogy a homlokát simogatja, mintha maga elé akarná idézni azt a pillanatot, amikor megtámadta valaki. Ez ki? Kérdezte. Padma szambhava mondtam. Jó magas nyögte, felnézve a kardra. Megmutattam neki, hol lógott. Bizonyítékként a kötelet is az orra elé dugtam. És hogy, kerültem le a padlóra. Én a maga helyében inkább azon törném a fejem, hogy hogyan került fel. Domingos, feledve a pisztolyát, a szoborhoz lépett és megpróbált felmászni rá. Engem meg a frász tört ki közben, mert örökké furdalta volna a lelkemet, ha azután töri ki a nyakát, miután a nagyobb bajtól sikerült megmentenem. Most már hisz nekem. Kérdeztem. Egyedül nem is lettem volna képes felhúzni magát oda. De leszedni képes volt, mi? Az sem volt könnyű. Tudja, mit gondolok én. Leslie. -e? Hogy maga alaposan kitervelte ezt a színjátékot? Miféle színjátékot? Hallgasson, most én beszélek. Úgy gondolom, hogy maga és valamelyik haverja, talán az az izomkolosszus, Kets, vagy hogy is hívják, elkaptak engem, és felakasztottak. Már ezért is megérdemelné, hogy szitává lőjem. Majd maga úgy tett, mintha megmentett volna. Persze az is lehet, sőt most már egyre biztosabb vagyok benne, hogy fel sem akasztottak, maga csak megpróbálja belém dumálni. Maga aljas játékot játszik velem. Legszívesebben lepuffantanám, legszívesebben. Kifordult a szeme, a fehérét mutatta felém, aztán úgy roskadt össze, mint egy felrobbant toronyház. Én már nem próbálkoztam a felélesztésével. Megfogtam a lábát, Kihúztam az udvarra, majd a zöldfüvön át a sátra elé ráncigáltam. Úgy feküdt el a bejárat előtt, mintha alaposan beuhiskályzett volna. Megkönnyebbültem, felsóhajtottam. Vége a mulatságnak, végre mehetek aludni. Alig tettem azonban néhány lépést a sátram felé, valaki rám piszegett. Megfordultam. Emmer kerintön állt mögöttem. Nem tud aludni, Emmer Lorenz. Kérdezte. Csak sétálok egy kicsit, mondtam. Pedig olyan fáradt voltam, hogy legszívesebben ott helyben elaludtam volna. Csatlakozhatnék magához. Úgy is lenne mondani valóm. Nos, az a helyzet, hogy Mr. Dermot, azaz Bruce üzent nekem. Átküldte hozzám Miss Palmert. No csak. És mit üzent? Tett egy ajánlatot. Először is elismerte, hogy nálam az előny. Még jó, hogy elismerte bólintottam. Elvégre megtaláltunk már két múmiát. Már csak egyet kell megtalálnom. Hát épp ez az mondta. Éppen ez. Belátta, hogy én győztem. Ezért azt az ajánlatot tette, hogy kezdjük újra a keresést. Mégpedig tiszta lappal. Más szóval, újabb versenyt ajánlott. Nem egészen világos előttem. Vegyük úgy, mintha csak egyetlen múmiáról lenne szó. Felejtsük el a másik kettőt. Maga ebbe belement. Belebólintott. Biztos benne, hogy jól tette. Természetesen, megfelelő feltétel fejében. És mi lenne az? Felépítheti a mauzóleumát az erietó partján, ha én nyerek. Minden költség az övé, a tulajdonjog viszont az enyém. És ha veszít, akkor az övé lesz mind a három múmia. Megérez magának ekkora kockázatot. Úgy vélem, hogy igen. Ebben a pillanatban értettem meg valamit, amit már korábban is meg kellett volna értenem. Bár lehet, hogy tudat alatt tisztában voltam vele, csak nem akartam tudomást venni róla. Nevezetesen, hogy Emmer Kerinton és Mr. Dermot között kegyetlen verseny folyik, s ebben a versenyben egyikük sem törődik az emberi életekkel. Nem izgatja őket semmi azon kívül, hogy megnyerjék a versenyt. Legszívesebben leköptem volna Charrington persze csak zselképesen, és behúztam volna neki néhány akkorát ezt már egyáltalán nem zselképesen, hogy a kolostor vastag felől adja neki a visszajárót. És természetesen Dermottal is így tettem volna. Csak hogy volt néhány apróság, amely megakadályozott benne. Nevezetesen, hogy ha megteszem, egyszeres mindenkorra befejeződött volna az expedíció, s én soha nem tudtam volna meg, hogy mi is történt valójában velünk. Miért hullottak az emberek, ismerősök és ismeretlenek az expedíció közelében, mint a legyek? Sóhajtottam, és addig meg sem szólaltam, amíg úgy nem éreztem, hogy visszaállt a rend a fejemben, és ismét képes vagyok uralkodni az idegeimen. Csak azért mondtam el mindezt magának nézett rám megkönnyebbülve, hogy ne törje a fejét azon, hogy mi történik, ha véletlenül ők találják meg a múmiát. Mindenképpen a erjetó partjára kerülnek. Legfeljebb az én pénzemen. Mondja meg nekem, de őszintén, mi a fenéért ér meg önnek ennyit három múmia? Emmer kerintön hintázott egyet hosszú póklábain, megvakargatta egyik pók kezével kicsi pók fejét, és megvonta a vállát. Talán törleszteni akarok neki a feleségem miatt. Nem szoktam erről senkinek beszélni, de most magának elmondom. Nem bántam, amikor megtudtam, hogy Lucy hovardát pártolt hozzá. Őszintén szólva egyáltalán nem keseregtem miatta, elegem lett belőle, mint Mexikóban a tortillából, ám, mégis. Mi mégis. Bántott a dolog. Nem az bántott, hogy Lucy elment, hanem hogy hozzáment. Lucájnak számtalan kapcsolata volt, ha csak egyetlen dollárjával számolnám is egy-egy kalandját, már akkor is szép kis summa kereked neki belőle, ezek mégsem izgattak annyira, mint az, hogy Dermotnak is viszonya volt vele. Ez nagyon bántott. Hogy jön ahhoz ez a rohadék, hogy elszeresse a feleségemet? Miért éppen ő izgatta ennyire? Miért, miért? Mert már gyerekkoromban sem bírtam elviselni a hencegését. Abba pedig egyenesen belebetegedtem, hogy folyton folyvást azt akarta csinálni, amit én. Nem tudom, hallott-e róla. Hallottam, bólintottam. Egy barátom mesélt a maguk kisvetélkedőjéről akkor hát nem is koptatom tovább a számat. Minden esetre nehezen tudom elviselni, hogy mindenben utánoz. Legszívesebben fognék egy nagy kést és elvágnám a torkát. Ezt azért nem mondogassa hangosan javasoltam. Ugyan miért? Mert valaki még meghallja, és helytelen következtetést von le belőle. De ez még nem akkora baj. Sokkal nagyobb, ha meg is történik a dolog. A vágyak néha beteljesülnek. Hát, lehet, hogy igaza van. Sajnos néha csak a pofám jár, de az rendesen, amikor aztán a megvalósításra kerülne a sor, meghátrálok. Hála Istennek! Többször már valóban azon a ponton voltam, hogy megölöm. És ő. Valószínűleg ugyanúgy gondolkodik, mint én. Az az érzésem, hogy belelátok a fejébe. Miért nem szakítanak véglegesen egymással? Kerintőn megvonta a vállát. Azt hiszi, nem gondolkodtam már ezen én is. Pszichiáternél is jártam, pedig még a szagukat sem bírom. Ő azt mondta és lehet, hogy igaza volt, hogy láthatatlan kötelék fűz össze bennünket, amelyet képtelenek vagyunk elvágni. Ez valami genetikai baromság lehet, elvégre rokonok vagyunk. Vegye csak Káin és Ábel történetét. Ők is rokonok voltak. Káin mégis kinyírta Ábelt. És később meg is bánta. Addig kiegészítették egymást, és el tudom képzelni, hogy Káin rohadtul érezte magát, miután egyedül maradt. Isten büntetésétől is félt, de alig ha nem attól retteget leginkább, hogy ezután nem lesz senkie, akivel kötekedhet és utálhatja. Legszívesebben feltámasztotta volna, csak hogy erre még Isten sem volt hajlandó, pedig ő aztán könnyedén megtehette volna. Káinra rátört az egyedül létréme. Hát így valahogy. Ilyen a viszony köztünk is. És a gyilkosságok? Kérdeztem. Emmer Kerintön megcsóválta a fejét. Ebben a dologban tökéletesen ártatlanok vagyunk és nem is tudjuk hová tenni őket. Többes számban beszélek, mert jól ismerem Bruce-t és soha nem tudna megölni senkit, és nem is adna megbízást ilyesmire. Én is így vagyok ezzel. Nem tudom, ki gyilkol, nem tudom, mi a célja vele, semmit sem tudok, és nem is értek. Vannak persze elképzeléseim a gyilkosságokkal kapcsolatban, de ezek alig ha vehetők komolyan. Mégis, mire gondol? Sóhajtott és ismét megvakargatta a fejét. Az első időben arra gondoltam, hogy Lucy keze van a dologban. Lévén, hogy mindkettőnk felesége volt, sokat tudott köztünk lévő viszonyról, és arról is, hogy mi a szándékom a három legendás múmiával. Mert az, hogy összegyűjtöm őket, az az én ötletem volt. Amikor megszületett az elhatározás bennem, és Lucáinak is elmondtam, hogy érzek némi felelősséget az emberiség kultúrája iránt, Lucy élénken helyeselt, majd elment Dermothoz, és elárult neki mindent. Dörmöt kapott az alkalmon, és ő is ráhajtott a múmiákra. El akarta happoni előlem a dicsőséget. Aztán történt, ami történt. Lucy az ő felesége lett, majd lelépett tőle is. Ekkor megszületett bennem a gyanú pontosan micsoda. Hogy elárult a másoknak is, mire készülünk. Konkrétan gondol valakire. Nem. De mondhatnék neveket. Ám, ha öt nevet mondanék, annyit számítana, mintha nem mondanék egyet sem. Igaz. Kénytelen voltam igazat adni neki. Szóval, azt hiszem Lucy szövetkezett valakivel, hogy megkaparinthassa a múmiákat. Ő természetesen köpött az emberiség kultúrájára, ahogy általában a kultúrára is köpött. Ám óriási pénzt sejtett benne. Arra gondolt, hogy ha előttünk találja meg a múmiákat, és ha olyan híresek, ami ennek a tudósok gondolják, akkor nagyon sok pénzt lehet kapni értük. Most már tisztán látok mindent, Emmer Lorenz. Lucy összeszűrte valakivel a levet, és úgy döntöttek, hogy megszerzik a múmiákat. A róka szövetkezett a farkassal, csak éppen nem volt tisztában vele, hogy ezzel milyen veszélybe került. Soha nem vezetett még jóra, ha a róka a farkassal szűrte össze a levet, mindig a róka húzta a rövidebbet. Ha jól értem magát, akkor Lucy Howard a róka, a farkas pedig egyelőre még ismeretlen. Így van, Emmer Lawrence. A farkas szépen kiszedett mindent a rókából, amikor aztán úgy ítélte meg, hogy nincs már szüksége rá, megölte. Ez annyit jelentene, hogy a valaki, akit nem ismerünk, és aki Lucy Howard gyilkosa, itt tólálkodik a közelünkben. Én így gondolom. És Mr. Dermot. Biztos vagyok benne, hogy ő is erre a következtetésre jutott. Nem beszéltek erről? Nem. De miért is? Mindenki küzdjön csak meg a jövendő gyilkosával. Hogy magyarázza, hogy a három legendás szerzetes múmiája hirtelen előkerült valahonnan, és éppen abban az időben, amikor maga tervet szövögetett a megkeresésükre. Emmer Kerintön megvonta a vállát. Természetesen csak nagy vonalakban vázoltam fel, hogy kire gondolok, amikor a gyilkosról beszélek. Az a helyzet, Emmer Lorenz, hogy Brusson és rajtam kívül van még valaki a közelünkben, akinek ugyancsak a múmiákra fája foga. Neki nincsenek gátlásai, mint nekünk, ha bozás nélkül öl, ha úgy látja, hogy erre van szükség. Maga azt mondja, hogy a közelünkben van. Ne talántán arra is gondol, hogy köztünk lehet. Akár az ön csapatában, akár brúszéban. Igen. Gondoltam már erre. És. Egyre inkább erősödik bennem hit, hogy így lehet. Miért? Mert szerintem képtelen lenne másut úgy elrejtőzni, hogy senki ne lássa, ne gyanakodjon rá. Köztünk viszont nyugodtan megbújhat. Konkrétan kire gondol? Egy fantomra. Aki úgy beleolvad a környezetébe, mint a kaméleon. Senki nem gyanakszik rá, mert azt játsza, hogy őt egyáltalán nem érdeklik a múmiák. Kénytelen voltam elmosolyodni. Ne talántán, rám gondol. Emmer Kerintön nem mosolygott vissza. Úgy van bólintott. Önre, Emmer Lorenz. 102. Néhány másodperccel később aztán kénytelen volt hátrébb lépni egyet. Nem tudom, mi késztette rá, de visszavonulót fújt. Helyesebben mondva, ön is lehet az. És még. Mondtam, hogy nem akarok találgatni, de ott lapulhat dörmöt emberei között is. Például Emmer de Carvalho. Maga meg tudna bízni abban az emberben. Attól függ, miről van szó mondtam óvatosan. Jó ember emberismerő vagyok, Emmer Lorenz, ezt büszkén állíthatom. Maga még nem vette észre, hogy az az ember szerepet játszik. Már a megjelenése is olyan bizarr, hogy nem is tudom hova tenni. Gondoljon csak arra a giliszta szerű bajuszára. Hord ilyet normális ember. Szelvödor Dali is ilyet hordott. És ő normális volt. Még a barátai sem állították róla. És ahogy heveskedik, illegeti magát a nők előtt, ez az ember egy ripacs. Egy gyilkos ripacs. El tudom képzelni, hogy képes átvágni bárkinek a torkát. Egy hülye ripacs. Ebben a pillanatban éles, felháborodott kiáltás harsant a hátunk mögött. Az anyád, az a ripacs, te rohadék. Ekkor repülni kezdtem. Még nem volt időm felfogni, mi történt, ám azt éreztem, hogy megtaszít valami, és neki esem Domingos sátrának. Alaposan beleütöttem a fejem, és kicsit meg is szédültem tőle. Mire felé lettem, már ember kerintön mellett találtam magam. Nem én repültem hozzá, ő repült hozzám. Repüléséhez valószínűleg Domingo szütése szolgáltatta az üzemanyagot. Kerintön mellettem landolt a sátor oldalán, majd lassan lecsorgott róla. Megölöm. Ordított a Domingos. Én vagyok ripacs. Az én bajuszom ízléstelen. Én vagyok a gyilkos. Hát akkor megelőzted a minősítésemet, cimbora, de te akartad így. Emmer kerintön a füvön feküdt, mintha haldokolna, Domingos pedig rávetette magát. Megpróbáltam legyőzni a szédülésemet, és megakadályozni, hogy valami szörnyűséget követesen el, de nem volt rá szükség. Emmer kerintön éppen akkor kapta fel a lábait, amikor Domingos rázuhant. Rá kellett döbbennem, hogy ha itt gyilkosság történik, akkor alig ha Domingos lesz a gyilkos. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy megpróbálta Emmer kerintön nyakára kulcsolni az ujjait, felemelkedett a levegőbe, és eltűnt a szemünk elől. Kerintön felállt és aggódva nézett utána. Remélem, nem tört el semmie. A következő másodpercben mintha gyors vonat vágtatott volna át a sátrak között. Domingos visszatért. Jelenlegi formájában egy mozdony és egy arénába zárt bika keveredésének tűnt. Előre meresztette a bajuszát és célba vette vele Mr. carrington aki vele ellentétben nyugodtan állt a helyén. Egészen addig, amíg az üvöltő és szinte eszét veszített Domingos már csak centiméterekre volt tőle. Ekkor könnyed mozdulattal oldalra lépett. Domingos annyira ki volt bukva, hogy talán nem is látta át a dolgok lényegét, talán menekülésnek vette Kerintön mozdulatát, ezért meg sem próbált fékezni. Carrington kinyújtotta hosszú póklábait és éppen csak megérintette velük Domingost. Barátom ismét a levegőbe emelkedett és hangos ordítással újfent eltűnt előlünk. Ez az ember őrült. Szegezte le Emmer Kerintön. Felkapta a fejét, amikor ismét meghallotta Domingó szordítását. Ez azonban már jóval halkabb és fájdalmasabb volt, mint a korábbiak. Emmer már-már ismét a lábát nyújtogatta volna, de leintettem. Hagyja csak, már nem lesz szüksége rá. Domingo szeme úgy kidüllett, mintha láthatatlan szellemkezek folytogatták volna, s a szem kidülledéshez ezúttal lihegés és krákogás is társult. Értelmes beszéd azonban nem. És az arca, ti jóságos istenek. Olyan volt, mintha valaki belekezdett volna a lenyúzásába, de félúton meggondolta volna magát. Nehezen tudtam elképzelni, hogy itt szerezte volna a sérüléseit, sokkal valószínűbbnek tartottam, hogy akasztása során készült ki a képe. A hakangban nem vettem észre a sebeit, az orra vére mindenét összekente. Szó, ami szó, szegény Domingos barátom bármelyik zombifilmben elmehetett volna főzombinak. zombinak. Megölöm. Nyögte felém fordulva. Megölöm. Köpött egyet, aztán megfordult a tengeje körül, és elterült a füvön. Elkaptam a két kezét, és éppen vissza akartam húzni a sátrába, amikor elszabadult mellettem a pokol. Sorra ugráltak ki az emberek a sátraikból, és először csak kiabáltak, majd elkezdődött a verekedés, amelyben ő is sikolyok is vegyültek. Behajítottam Domingost a sátrába, és éppen vissza akartam fordulni, hogy rendet csináljak, de elkéstem vele. Éles női hang visított bele az éjszakába. Hagyják abba, kérem, hagyják abba. Abba hagyni, kérem. Ha nem hagyják, abba, lelövök mindenkit, aztán magammal is, magammal is. Elindultam volna a hang felé, de az eszem még idejében megállt parancsolt. Kérem, hallottam ismét a sikoltásba fúló kiáltást, én azonnal, lőni fogok. Senki nem vette komolyan a fenyegetését. Feltételeztem, hogy meg sem hallották. Mindenki csak az ellenfelét látta maga előtt, és megpróbálta lerugdani a térképről. Azt hiszem, egyedül csak én láttam Miss Palmer kétségbe esett arcát, s ez elég volt ahhoz, hogy óvatosan bánjak vele. Mindenre elszántan megindultam felé. Ott állt a sátra mellett egyedül, pisztolyjal a kezében. Reszkető félelem ült az arcán, mintha nem is ő lett volna felfegyverkezve kérem szépen nyöszörök tenyűszítő hangon. Kérem szépen, én most sorban, megölök mindenkit. Elég legyen ebből, mert kinyírok mindenkit. Eldörrent az első lövés. Nem mondom, hogy közvetlenül a fülem mellett süvített el a golyó, de azért közel járt hozzá. Ne ére, Odítottam. Hagyja abba, Gördő. Hagyja, kérem, abba. Gördő arca ekkor hirtelen megváltozott. Valószínűleg a félelem és a lövések dörrenése változtatta meg. Vigyorféle jelent meg a képén, és mintha kezdte volna élvezni a dolgot. Ahogy elsuhant mellettem a golyó, azonnal a földre vetettem magam, és igyekeztem olyan közel kerülni hozzá, ahogy csak lehet. Ekkor már beállott a nagy csend. Mindenki rádöbbent, hogy sokkal fontosabb dolga is akad ezen az estén, mint a verekedés. Néhányan a sátruk mögött kerestek menedéket, de láttam embereket eltűnni a sötétben is. Jó magam megvártam, amíg kifogy a töltény gördő fegyveréből, s amikor észrevettem, hogy már hiába rángatja a ravaszát, felemelkedtem, odasétáltam hozzá és felé nyújtottam a kezem. Adja ide, gördő. Üveges volt a szeme, mintha halott lett volna mosolygott, ahogy a homlokomra irányította a fegyvercsövét. Bár tudtam, hogy nem maradhatott golyó a pisztolyban, egy kis ördög azt suttogta a fülembe, hogy mi van, ha tévedsz. Ha mégis maradt a csőben egy golyó. Miss Palmer homlokomhoz érintette a fegyvercsövét. Már nem tehettem semmit, már mindenhez késő volt. Gördő meghúzta a ravaszt. A pisztoly csattant egyet. Csak egyetlen egyet. Gördő a szemembe nézett. Mintha nehéz és mély álomból ébredt volna. Elhajította a fegyverét, és befutott a sátrába. Úgy döntöttem, hogy ideje befejeznem a mai napot. 103. A reggel nyima főláma szobájában tett látogatással kezdődött. Alig tűntek el a rózsaszínű csíkok az égről, már is bedugta egy szerzetes a fejét a sátramba, és szólongatni kezdett. Blobzang rimpócse, Gyere gyorsan, nyima rimpócse hívat. Nagyon mérges és nagyon hívat gyere gyorsan. Felkapkodtam a ruháimat, és nekivágtam az útnak. Nem akartam megvárakoztatni nyimát, nyilván ideges az elmúlt esti balhé miatt. Naná, hogy az volt? Olyan komor képpel fogadott, mintha halálos ítéletemet akarná átnyújtani. Még ülőhelyjel sem kínált meg. Ő maga viszont leült. Elvégre ő a vádló volt, én pedig a vádlott. Beszélj. Mondta Zord hangon. Beszélj, Rimbócse. Megköszörültem a torkom és nyeltem egyet. Hát, nem biztos, hogy sikerült. Nyíma meghökkenve nézett rám. Sikerült. Illetve nem sikerült. Mi nem sikerült, Rimbócse? Hát a szertartás mondtam. Milyen szertartás? Az ördögűző szertartás. Nem tudom, miről beszélsz értetlenkedett. Engem a tegnap esti, borzalmas lárma érdekel. És a lövöldözés. Az én kolostoromban, az én udvaromban. Engem az érdekelne, mielőtt. De hiszen arról beszélek, mondtam. Miről? Az ördögűző szertartásról. Nyíma csenéhány néhány hosszú másodpercig hallgatott. Nyilván arra próbált rájönni, hogy azt mondom-e, amit hallani vél. Mi az az ördögűző szertartás? Amikor valakiből kiűzik az ördögöt. Nekem nem magyarázd. Háborodott fel. Sokkal jobban ismerem nálad. Nem egyszer csináltam már, főleg ifjú koromban. A részletekre lennék kíváncsi. Domingo Rimpocsét megszállta az ördög, mondtam. Nyíma Rimpocse összeráncolta a homlokát. Hogy hogy megszállta? Belebújt. És? Megpróbáltam kikergetni belőle. A többiek segítettek. Értezte az ördögűzéshez. Lodoj Rimpocsétól tanultam. Lodoy Rimpócse kiváló ördögűző volt, három országban nem lehetett méltó párját találni. Te ismered Lodoy rimpócse Kérdezte mély tisztelettel a hangjában. A tanítványa voltam büszkélkedtem. És, hogyan szállta meg Domingo rimpócse az ördög? Meg akart gyilkolni mindenkit. Emiatt aztán végrehajtottunk rajta egy tartást. Az okozhatott nagy zajt, de hát tudnod kell, Rimpócse, hogy az ördögűzés néha lármával jár. Az ördög ordít, mert nem akarja elhagyni a megszállott testét, a megszállott ordít, mert az ördög ordít belőle, az ördögűző ordít, mert ki akarja űzöni az ördögöt, és a jelenlévők mind ordítanak, mert segíteni akarnak az ördögűzőnek, vagy egyszerűen csak azért, mert be vannak csinálva. Mindjárt én is ordítani fogok jelentette kinyi Marimbóce. Szóval, ez történt szegeztem le. Bocsánatot kérek Domingo Szrimpocse és a többiek nevében is. Nem gondoltuk, hogy ilyen makacs ördöggel lesz dolgunk. Na és a lövések. Ezt is Lodoy tanultam. Rárajzoltam az ördögöt egy papírra. Aztán ledobtam a földre. Jól megtapostad, mi? Többször is rálőttem. Addig lőttem, amíg szét nem szakadt a papír. Végül is nem sikerült. Kérdezte korábbi szavaimra célozva. Valahol hibát követtem el. Domingo Srimpoce néha még mindig úgy viselkedik, mintha benne lenne az ördög. Láttam, hogy Nyima Rimpocse érzelmi viharok között hánykolódik. Egyrészt hinni szeretett volna nekem, másrészt viszont meg volt győződve róla, hogy át akarom verni. Be akarok adni neki valami maszlagot, hogy lecsendesítsem a haragját. Nyilván azon törte a fejét, hogy mi lenne a jobb számára, kirúgni bennünket a kolostorából, vagy szemet hunni az eset felett. Nyima Rimpocse ez utóbbit választotta. Rendben van, Rimpocse mondta, hiszek neked. Csak egy dologra nyomatékosan megkérlek ne legyen több ördögűzés a kolostoromban. Ha pedig ismét megszállna valakit az ördög, szóljatok nekem. Én majd kiűzöm belőle. Most is ezt kellett volna tennetek. Majd küldök valaki Domingo Srimpocséhoz, hogy ellenőrizze, nem lóg-e ki a füléből az ördög farka. Nyima Rimpocse bölcs diplomatának bizonyult mi is maradhattunk a Kolostor udvarán, és ő is megőrizte a tekintélyét. A szerzetesek is belenyugodtak, hogy az éjszakai Ramazurit egy erőszakos ördög okozta. Mire kiszabadultam Nyimarin karmai közül, már magasan állt a nap az égen. A meglepetések napja. 104. Domingos nem jött be hozzám, csak kintről kiabált be a sátramba. Reménytelen volt a hangja, mintha a csomolángma teteiről tetejéről kiáltozna segítségért kinéztem az ajtón. Úgy állt a sátrammal szemben, mint egy beteg, lógó bajuszú harcsa. Nem jön be. Kérdeztem. Nem. Inkább, sétáljunk egyet. Domingos nem az utóbbi időben felvett, hanem egészen új arcát mutatta felém. Már csak azért is új volt, mert tel is tele volt apró sebekkel, és egy nagy ragasztással az orra környékén. Elindultunk egymás mellett. Néhány lépést szótlanul tettünk meg, aztán megtorpant és felém fordult. Emlékszik még a cukornádra? Kérdezte. Akárhogyan is erőltettem az agyam, nem ugrott be semmi. Milyen cukornádra? Tudja, amikor Dominikában jártunk. Nem emlékszem. Amikor összeverekedtem a cirkuszi artistával, akiről később kiderült, hogy a WB a cirkáló súlyú világbajnoka volt. Most már emlékszem jól helyben hagyta magát. No, annyira azért nem. Ha nem csúszik meg a lábam. Akkor maga adott nekem egy cukornádat. Egy húszkent is, megpucolt cukornádat. Emlékszik? Most már igen feleltem, és valóban emlékeztem is rá. Azt mondta nekem, hogy mielőtt gyanús kalandba bocsátkoznék, vegyek az utcán egy darab cukornádat és rákcsáljam el. És addig ne döntsek, amíg el nem fogy. Mondja, nincs véletlenül egy darab cukornádja. 105. A délutánt azzal töltöttem, hogy megismerkedtem Mr. Dermot embereivel. A nagy verekedés idején jöttem rá, hogy azt sem tudom, kik ők. Domingoson és Miss Palmeren kívül négyen voltak. Egy Max Barker nevű, szemüveges fickó, aki állítólag értett a múmiákhoz, egy Norman Brooks nevű magas, nadrágtartót hordó férfi, egy kerek arcú úr, aki Rudy Bellot névre hallgatott, és egy Peter Austin nevű, akinek visszataszítóan barázdált volt a képe, és olyan csúnya himlőhelyek borították, mintha csak nemrég eresztették volna ki a himlőkórházból. Ő volt a legvisszataszítóbb valamennyiük között. Olyannyira, hogy amikor megpróbáltam beszédbe elegyedni vele, előbb nem válaszolt, majd amikor folytattam a próbálkozást, Jackie mújján fogva villám gyorsan magához rántott. Kasz! Mondta. Látod azt a fűcsomót? Mivel több száz fűcsomó is volt mellettünk, bizonytalan voltam benne, hogy melyikre gondol. Melyiket? Kérdeztem. Ott, a lábad mellett. Már látom, mondtam. Mi van vele? Azt tömöm beléd, ha még egyszer kinyitod a pofád. Én csak beszélgetni szerettem volna mentegetőztem. Rossz lóra akarsz felülni, pajtikám. Na, húz innen a francba. Mit tehettem, elhúztam. A kerekarcú és piros képű ember ballott már barátságosabb volt. Nem akarta számba tömni semmit, csak éppen ő sem volt abban a kiköpött barátkozó hangulatban. Nem messze a sátraktól, egy lapos kövön ült, és távcsövével a környezetet tanulmányozta. Lát valami érdekeset. Kérdeztem bevezetőnek. Emmer ott elvette a szeme elől a távcsövet. Láttam. Mi csodát? Egy háromlábú kecskét, amint éppen kakált. De most már nem látom. Elment. Nem. Elémáltál. Arra kellett gondolnom, hogy valójában nem is látott ő háromlábú kecskét. Csak tréfálkozni akart velem. Maga csak tréfál, mondtam. Úgy gondolja. Ja, feleltem. Olyan tréfás fickónak látszik. Erre elnevette magát. Igazán. Lassan kihúzott a zsebéből egy stukkert, kibiztosította, aztán rám fogta, majd számolni kezdett. Egy, kettő. Nem vártam meg a hármat. Valamiért már korábban a kettőnél távozni támad kedvem. Szemem sarkából láttam, hogy leereszti a stukkert, zsebre vágja, és tovább szemléli a nagyvilágot. Talán a háromlábú kecskéjét kereste. Norman Brooksra a nagy imahengerek tövében bukkantam rá. Már messziről meghallottam a kenetlen tengelyek nyikorgását, s úgy gondoltam, megnézem, ki imádkozik. Talán a pásztorok közül valaki. Ekkor már a nyímától kölcsönzött lámapalástom volt rajtam, amelyben sokkal kényelmesebben éreztem magam, mint európai öltözékenben. Emmer Brooks csak akkor figyelt fel rám, amikor mellé értem. További néhány másodpercébe került, amíg rájött, hogy nem igazi szerzetessel van dolga. Jó a ruhája dicsért meg. A legjobb mondtam, amit csak talál a környéken. Nem adja el. Meg akarja talán venni. Haza akarok vinni valami emléket. És a csizmája is tetszik. Adja el azt is. Szerzek magának másikat. De nekem ez kell. Ez sajnos nem eladó. Minden eladó legyintett mert Brooks. Csak meg kell fizetni az árát. Itt mindjárt le is bonyolíthatjuk az üzletet. Mennyit ígér érte? Emmer Brooks megvonta a vállát. Most már sem mennyit. Megsértett a habozásával most már csak ajándéknak fogadom el. Na, vesse le gyorsan. És ha nem. Megbánja. Mondani akartam valamit, de már nem maradt időm rá. Emmer Brooks gyors fickó volt, a gyors döntések embere. És a keze is gyorsan járt. Hozzám ugrott, elkapta sejemövem végét és maga felé rántotta. Ennek aztán az lett a következménye, hogy nekiestem egy ima hengernek, amely azon nyomban forogni kezdett s a ráragasztottó O.M. feliratok számát tekintve nem hiszem, hogy akadt volna konkurenciám az isteneknél. Még csak nem is közeledett az este, és már is elárasztották őket az imádságaim. Ő szintén meglepett a támadása. Olyannyira, hogy a hengerről levágódva szépen elterültem a füvön. Emmer Brooks felettem termett, és atyai szeretettel nézett le rám. Látod, látod, kellett ez neked? Kérdezte. Igazi sajnálatot véltem felfedezni a hangjában. Húzd le szépen a csizmádat. Meg fogja ütni a bokáját fenyegetőztem. Ne mond. És hogyan? Szólok Emmer Dermotnak. Jó ízűen elnevette magát. Nevetéséből rájöttem, hogy Mr. Dermot sajátosan értelmezi a Carringtonnal kötött megállapodást. Elfogadták ugyan egymás feltételeit, de ez szemernyit sem változtatott az érzelmeiken. Másképpen mondva, Továbbra is gyűlölték egymást, és ezt az embereiktől is megkívánták. Rendben van, mondtam. Itt a csizma. Mivel a csizmám széles szájú dísz csizma volt, könnyedén lejött a lábamról. Amint megszabadultam tőle, felé nyújtottam. Itt van, ha van képe hozzá. Volt. Lehajolt, hogy elvegye tőlem kissé felemelkedtem, s amikor önfeledten megsimogatta csizmám hímzett szárát, ültő helyemben nagyot rúgtam a lábszárába. Élesen felkiáltott, és elejtette a zsákmányát. Én voltam a gyorsabb, felkaptam, majd a másik kezemmel belekapaszkodtam a nadrág tartójába. Rántottam egyet rajta, mint korábban ő az én övemen, aztán ráúztam a csizmát a fejére. Úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna. Megpróbált ugyan a két kezével cséphadarót játszani, de csak azt érte el vele, hogy többször is jól beleverte őket az ima hengerbe. Nem kellett nagy erő hozzá, hogy megfékezzem. Tulajdonképpen nem is kellett szemernyi sem. Előrántottam a késemet a zsebemből, és rátettem a nyakára. Arra azért vigyáztam, hogy ne az éle érje a bőrét. Mi a fenét, csinál? Nyögte. Megölöm. Ha megpróbál, megölöm. Elvettem tőle a revolverét, a kését, sőt még a zseblámpáját is. Aztán lehúztam a csizmámat a fejéről. Szóval? Kérdeztem. Mi is a helyzet? Ezt még megkeserüli dühöngött. Ha legközelebb találkozunk, P.P. verem. Az legközelebb lesz bólintottam. Most pedig fel a henger tetejére. Micsoda? Hökkent meg. Felmászik a henger tetejére. Nem mondta határozottan. Nem mászom fel. Így is jó, mondtam. Akkor levágom a fülét. Maga megőrült. Egyáltalán nem biztosítottam. Valaha indiánok között éltem egy Navajo rezervátumban. Ott tanultam meg, hogy a tolvajoknak le kell vágni a fülét. De én nem vagyok tolvaj. Maga a tolvaj. Elvette a stukkeromat, a késemet. Hadd is zsákmány, mondtam. Szóval, mászik vagy sem. Dühösen felmordult, aztán elismerésre méltó gyorsasággal felkapaszkodott a henger tetejére. Vigyáznia kellett, és erősen kapaszkodnia, ha fenn akart maradni rajta. Most boldog? Kérdezte. Közel járok hozzá bólintottam. Arra kérem, maradjon még oda fenn egy kicsit. Ha meghallom a henger nyikorgását, akkor tudom, hogy lemászott, és esetleg visszajövök. Nos, hogy gondolja? Le akart köpni, de szerencsémre mellé talált. Búcsút intettem neki, és visszasétáltam a sátrakhoz. 106. Jó egy órával később Max Barker somfordált be hozzám. Egyáltalán nem látszott olyan neveletlennek, mint a társai. És nem is volt az. Bocsánat, Emmer Lorenz, hogy csak így betörök magához, de többször is kopogtam. Úgy látszik, nem hallotta. Lehet, hogy elszundítottam egy kicsit, és valóban nem hallottam. Mit óhajt, Emmer Barker? Kérdeztem. Mivel nem kínáltam meg ülő helyjel, a sátor oldalának támaszkodott. Mr. Dermot üzenetét hozom, mondta. Arra kérem, vegye komolyan. Miről van szó? Kérdeztem. Arról, amit Emmer brooks tett. Melyik is az? Ráncoltam össze a homlokomat. Kérem, ne játszadozzunk egymással Maga megszégyenítette Emmer Brooksot. Megérdemelte mondtam. Emmer Brooks ezt másképp gondolja. És másképp gondolja Mr. Dermot is. Mr. Dermot szeretné megőrizni a békét. Éppen ezért arra kéri magát, hogy kérjen bocsánatot Emmer -tól. Lehet, hogy Emmer Brooks valóban elragadtatta magát, de ezzel a gesztussal elhárulna egy komoly akadály az együttműködésünk elől. Vezetőink nemes versenyt vívnak egymással a világ kultúrája érdekében. Magának mi a véleménye erről? Kérdeztem. Kit érdekel, hogy nekem mi a véleménye? Sóhajtott a rövid habozás után. Én csak átadtam egy üzenetet. Maga meg azt csinál, amit akar. Azt rebesgetik, hogy maga ért a múmiákhoz. Mit akar ezzel? Kérdezte rövid, gyanakró szünet után. Látta is őket. Kérdeztem. Mármint a mi két múmiánkat. Hogy ne láttam volna? És. Ismét hosszasan nézett rám. Már már arra gondoltam, hogy emlékezet kiesése lehet, vagy micsoda, és azt sem tudja, hol jár, de ekkor ismét megszólalt. Valaha Louvre-ban dolgoztam. Egyiptológus vagyok. Sajnos, valamiért megbicsaklott a pályám, jelenleg szakértőként tevékenykedem. Ami pedig a kérdését illeti, valóban értek a múmiákhoz. Tíz évet töltöttem el közöttük, kiástam több százat a homok alól. Egyiptomban. Másutt is. Meg tudom különböztetni az egyiket a másiktól. Úgy érti, hogy egy egyiptomi múmiát egy perui múmiától. Például. Én inkább azt mondanám, hogy az a nem igazitól. Ha maga talál a réten egy aranyórát és egy halomkutya szart, maga is képes megkülönböztetni őket egymástól. Igaz. Maga szerint az eddig megtalált múmiák. Én nem mondtam semmit, Emmer Lorenz. Én csak egy üzenetet adtam át. Megfordult és kiment a sátramból. Kezdtek felgyorsulni az események. 107. Déltájban Emmer Kerintön magához hivatott. Mahendra jött értem, az idősebb, Szakállas indiai. Kerinton jókedvűen dörzsölgette a kezét. Jöjjön csak be, Emmer Lorenz, jöjjön csak. Meg szeretném dicsérni. Nemrég ment el tőlem dörmött. Mondhatnám, lángokat lövelt a tekintete. Magára panaszkodott. Én meg majd összecsináltam magam a röhögéstől. Maga tényleg felrakta azt a hülye egy ima henger tetejére. Csak meg akartam mutatni neki, hogy milyen szép onnan a kilátás. Különben el akarta venni a csizmámat. Azt nem is csodálom. Tényleg szép, már nekem is eszembe jutott, hogy elkunyarálom magától. Ne izguljon, ez csak vicc volt. Szóval, hogy csinálta. Bár nem sok kedvem volt hozzá, mégis el kellett mesélnem neki a történteket. Úgy nevetett, hogy kicsordult a könny a szeméből. Hát ezt jól megcsinálta. Tudja, hogy ezek a fickók bosszút esküdtek maga ellen. Hát csak vigyázzon a bőrére. Dermotnak van érzéke hozzá, hogy olyan embereket válogasson ki maga mellé, akik semmitől sem riadnak vissza. Arra kérem, nagyon vigyázzon magára, és addig ne ölesse meg magát, amíg meg nem találja a harmadik múmiát. Készséggel megígértem neki. 108. Miss Palmer hulla fehér volt, mint a legutóbbi találkozásaink bármelyikén. Úgy röppent be a sátramba, mint egy riadt madár. Amikor meglátott a szerzetes ruhámban, kissé meghökkent, de ez volt minden reakciója. Figyeljen ide, Emer Lorenz. leslie -e javítottam ki. Figyelmeztetni szeretném, hogy nagyon vigyázzon magára. Van ennek valami különös oka. Hogy a fenében ne lenne. A maga viselkedése. Az, hogy magára haragítja dörmöt összes emberét. Én nem is értem, hogy komoly ember létére. Szóval, az a helyzet, hogy én nem szoktam ilyen, morálisan elfogadhatatlan dolgokat csinálni, de véletlenül, szóval, kihallgattam, amikor magáról beszéltek. Engem, nem hívtak meg, engem senkinek néznek. Én csak vatta vagyok ebben az expedícióban. Senki nem ért itt a múmiákhoz, ember barkert kivéve, mi ide csak azért kellünk, hogy jelenlétünkkel bizonyítsuk, hogy múmiákat keresünk. Miért, nem azokat keresünk. Úgy gondolom, hogy nem. Akkor mit? Fogalmam sincs róla, leslie. -e? Itt senkit sem érdekelnek igazából a múmiák. Akkor mi a fenét kereshetünk mégis? Tudom, hogy marhaságnak hangzik, de el kell hinnie, itt a keresés a lényeg és a megtalálás, nem a múmiák. Ezt hogy érti? Úgy, hogy akár egy is kereshetnénk. Nem tudom, felfogja-e, Mire gondolok? Felfogtam. Egyáltalán nem értem, mi zajlik itt körülöttünk, panaszkodott tovább. Tudja, mit sejtek én? Hogy rövidesen meg fognak ölni? Mi szükségük lehet olyan valakire, aki valóban érti a szakmáját, amikor erre egyáltalán nincs szüksége senkinek? Úgy gondolom, hogy valaki a háttérből mozgatja a szálakat, mi valamennyien, Emmer Carringtont és Emmer Dermottot is beleértve, csupán figurák vagyunk egy saktáblán. Amikor csak akarják, leüthetnek bennünket. Egyre biztosabb vagyok ebben. Maga mit szól mindehez? Mit szólhattam volna? A kék száriba öltözött, csadoros nő jutott az eszembe, és amikor gördő elment, tovább törtem a fejem. Úgy gondoltam, hogy a nagy kaland csak ezután kezdődik. 109. Délutánra kiürült a tábor környéke, sőt még a Kolostor folyosói is. A szerzetesek csendben gubbasztottak a celláikban. Nyíma sem meghagyhatta nekik, hogy minél kevesebbet mutatkozzanak az épületen kívül, sőt az a legjobb, ha egyáltalán nem is mutatkoznak, amíg az őrült külföldiek itt téblábolnak a környéken. Csak reménykedni lehet benne, és imádkozni érte, hogy valamelyik Isten elégelje meg a jelenlétüket, és fújja le őket a térképről. Mi vettük át a helyüket. Mindkét tábor minden egyes tagja a kolostort, a hakangokat, a folyosókat és a cellákat járta a keresve. Ennek megfelelően nyugtalan is voltam. Mi lesz, ha valaki véletlenül rábukkan a régi hakangban? Szerencsére a régi hakangot nem tüntette ki senki a figyelmével. Mintha mindenki azt érezte volna, hogy ebben az elhagyatott épületben nem érdemes kutakodni, nincs itt semmi érdekes a pókokon és pókhálókon kívül. Mert azok aztán akadtak benne bőven. Akkor a pókok voltak, mint az öklöm, és akkor a hálókat szőttek, mint egy asztalterítő. Mivel magam is rovartudós, azaz entomológus is vagyok, szívesen megfigyeltem volna őket, ha lett volna időm rá. Egyelőre sajnos pókfigyelés helyett az életem megmentésében kellett jeleskednem. Bementem al hakangba, és csak úgy messziről megnéztem a két hangát. Nem láttam rajtuk, hogy bárki is piszkálta volna őket. Odakint az udvaron pikával találkoztam. A lány kedvetlenül ült egy kövön, a hakang bejárata felé nézegetve. Amikor észrevett, felállt, de ahogy rám ismert, ismét visszacsüttsent a helyére. Pedig valahol itt van, mondta monoton hangon. Érzem, hogy itt van. Ki csoda? Kérdeztem. A múmia mondta. Honnan tudja? Onnan, hogy megérzem a jelenlétét. A halotta két általában. Hogy-hogy megérzi? Gópi felvonta a vállát. Nehéz ezt megmagyarázni. Vannak emberek, akikkel velük születik ez a tulajdonság. Maga ilyen. Igen, én ilyen vagyok. És a családom is ilyen. Régi család a miénk, és mindig akadt köztük halott kereső. Maga látja is a halottakat. Csak érzem őket. És azt sem mindig. Pontosan mit érez? Nincsenek megfelelő szavak rá. Mintha égne minden portikám, mintha lázam lenne. Ez már a családi íratainkban is megtalálható. Az őseim általában maharadzsák szolgálatában álltak. Annyi elveszett maharadzsa volt a régi Indiában, akiket keresni kellett. Nem fogja elhinni, de igen. Akkoriban India csupa-csupa dzsungelből állt, és bizony sokan belevesztek még a gazdagok közül is. Egyszer például egy maharadzsa fiút ragadott el a tigris, és bármennyire is keresték, nem találták meg a holtestét. Az egyik ősön végül is megtalálta. És most mit érez? Gópi felvonta a vállát. Valami furcsát mondta. Biztos vagyok benne, hogy a hakangban van a holtözt. A múmia. Bár az is lehet, hogy más valakinek a holtestét érzem. Nem tudom megkülönböztetni őket egymástól. És különben is, valami más is zavar. Nagyon zavar, nem is tudom elmagyarázni. Láttam, hogy nincs egészen magánál. Nem mintha nem lett volna tisztában vele, hogy ki vagyok, vagy nem tudta volna, hol van, vagy ilyesmi, nem, Gópi mindennel tisztában volt, és mégis volt valami a hangjában, ami a nágaföldi félig éber meditációkra emlékeztetett. Mi zavarja? Kérdeztem kíváncsian. A közeg felelte. Közeg. Hökkentem meg. Az mi? A halott keresők néha azt is megérzik, hogy a halott milyen közegben van. Az az ősön például, aki a Maharaja fiút megtalálta, megérezte, hogy a fiú maradványait fák között kell keresni. És ott is kereste. Aztán egyszer egy másik ősön megtalált valakit, aki vízbe fulladt. Ő is megérezte, hogy a holttestet víz veszi körül. Egy másikat pedig a thugok folytották meg, és eltemették. Ősön érezte, hogy a halott földben nyugszik. Meg is találta a holttestet most pedig meg vagyok zavarodva. Már értettem, hogy Emmer Kerintön miért szerződtette Gopikát. Abban reménykedett, hogy Gópi majd rábukkan a múmiákra. Őszintén szólva eddig nem sok eredményt könyvelhetett el magának. Miért van megzavarodva? Ütöttem tovább a vasat. Mert megmagyarázhatatlan érzek. Ezért is ülök itt. És mi az a megmagyarázhatatlan? Kíváncsiskodtam. Hát, Levegőt érzek körülötte. A halott körül. Kissé remegett a hangom. Reméltem, hogy nem veszi észre. Igen. Mintha levegő venné körül. Az a gyanúm, hogy valahol a pagoda tetőn kellene keresni. Fel akar menni a tetőre. Én biztosan nem. Tériszonyom van. Érdekes. Nekem is mondtam gyorsan. Mintha némi csalódottságot éreztem volna a hangjában. Majd szólok Emmer Carringtonnak, hogy mire jutottam? Érdekes, most is érzem. Egyre erősebben érzem. Biztos, hogy a halott üzenni akar valamit. Maga nem hallja. Mit kellene hallanom? Ezt a furcsa kopácsolást. Mintha valamilyen gép zaját hallanám. Mintha a halott valaha egy gyárban dolgozott volna. Hála Gopikának, ebben a pillanatban sok mindent megértettem. Például azt is, hogy ki lehetett életében a három múmia. 110. Gópi dermedten ült maga elé nézve, mintha leragasztották volna a zöld fűre. Nem akartam zavarni, ezért befogtam a számat. Furcsa mondta rövid hallgatás után. Ilyen még sosem történt velem. Csak Divistől hallottam. Ki az a Divizs? Kérdeztem. Ő is halott kereső. Különb nálam. Ő például hangokat is hall. Azt mondta egyszer, hogy eljön majd az idő, amikor én is hallani fogom őket. Milyen hangokat hall ez a Divics, amelyek a halottat életében körülvették. Például, ha valaki életében pásztor volt, akkor Divics az állatok hangját is hallja. Emberekét nem. Úgy tudom, nem. Ebben a pillanatban Domingos bukkant fel a szemünk előtt. Csípőre tett kézzel megállt alhakangba vezető folyosó ajtajával szemben, és olyan mereven bámult rá, mintha ő is halott kereső lett volna. Aztán felemelte a tekintetét és a pagoda tetőt vette szemügyre. Majd a zsebébe nyúlt és egy kést húzott ki belőle. Sivára, ez meg mit akar csinálni? Felmegy a tetőre, mondtam. Valóban így történt. Domingos szájába vette a kését, keresett egy jó követ, és nagy nyögések kíséretében a lehajló pagoda tető alá cipelte. A kő nagy volt, és ennek megfelelően nehéz is. Domingos azonban nem törődött vele. Ami ezután következett, elsősorban Gopikát lepte meg. Domingos ügyesen elkapta a tetőperemét, majd fellendült rá. Néhány irigy majom elsápat volna, ha látja. Miért van nála kés? Suttogta Gopi. A múmiát akarja leszúrni vele. Domingos egyáltalán nem ezt akarta. Jóval veszélyesebb dolgot akart csinálni. Arra gyanakodtam, hogy az elmúlt napok történései alaposan megviselték az idegeit, és a vágya legyőzte a karaterejét. Olyan volt, mint a narkós. Hiába tudta, hogy nem lenne szabad azt tennie, amire készült, képtelen volt ellenállni a kísértésnek. Domingos négy kézlába tető oldalára mászott, olyan ügyesen egyensúlyozva rajta, mint a macska. Körülnézett, hogy nem figyeli -e valaki, aztán kivette a szájából a kést, és belemélyeztette a pengéjét két cserép közé. Szerencsére nem fedezett fel bennünket, amíg hátat fordítva nekünk, felfelé kapaszkodott, betereltem gópikát a kőfal árnyékába. Vajon mit, csinál ez? Kérdezte izgatottan Gópi. Mit csinál, ez? Domingos egyetlen pillanatra megállt, és megtörölgette a homlokát. Ez alatt sikerült megpillantanom az arcát. Éppen olyan volt, ami ennek elképzeltem, és ami ennek nem egyszer láttam már rossz. Úgy ült a fanatizmus a képén, mint kenyére a penész. Talán le sem lehetett volna vakarni róla. Lehajolt, felemelt egy tetőcserepet, és éppen nekiállt volna, hogy felemeljen még egyet és az elsőre tegye, amikor is felálltam, a kőfal és az épület között húzódó füves területre léptem, és felkiabáltam a tetőre. Maga az ott, Domingos. Domingos megmerevedett. Éppen a harmadik cserepet feszítette volna le, amikor meghallotta a kiáltásomat. Még mindig jól láttam az arcát. Láttam, hogy egyetlen pillanat alatt akkorát változott, mintha éppen akkor súgta volna a fülébe valamelyik láthatatlan Isten, hogy megnyerte a Lisszaboni főnyereményét. Aztán villámsebesen munkához látott. Még tízig sem számolhattam el, amikor már ismét rendben volt odafent minden. Mit keres odafent, Domingos? Ismételtem meg a kérdésemet. Domingos zavarában megköszörülgette a torkát. Hát én csak, én csak, idefent vagyok. Azt látom bólintottam. És miért van odafent? A kilátásban gyönyörködöm. Na és milyen? Micsoda milyen? Hát a kilátás. Tulajdonképpen nem volt érdemes feljönnöm miatta. Nem lehet látni a hegyektől semmit. De hát a hegyek maga a kilátás. Erre nem is gondoltam morogta, aztán lehuppant a fűre. Néhány lépést kellett csak megtennie, hogy odaérjen mellém. Maga mit csinál itt? Há -e. Én csak nyimarimpocse utasítását hajtom végre, mondtam. És az mi? Rám bízta, hogy igyekezzem megvédeni a kolostorát a természeti csapásoktól. Például, akadályozzam meg, hogy valaki felmásszon a kolostor tetejére, és mérhetetlen kíváncsisága által legyőzetve, elkezdje megbontani a tetőt, hogy fa nézegessen a gerendákon. Maga most rám céloz. Lenne okom rá. Csípőre tette a kezét, és dühösen nekem támadt. Mit célozgat nekem itt össze-vissza, ha? -e? Nem vagyok budjant, maga az, ha tudni akarja. Magának az a mániája, hogy én Iz vagyok, és nem bírok magammal, ha pagoda tetőt látok, és mindent meg akarok vizsgálni, nem törődve vele, hogy ezzel megbomlik a gerendák egyensúlya és leszakadhat a tető. Igaz, hogy maga ezt gondolja rólam, mi? Őszintén szólva eltöprengtem már ezen a kérdésen feleltem. Maga az én rossz szellemem. Ha egyedül dolgozom egy tetőn, soha nem történik semmi baj de ha maga is ott téblából a közelben, akkor valóban, néha, ritkán, előfordul, hogy történik valami. A gerendák nem bírják elviselni a maga jelenlétét, és inkább összeomlanak, hogy ne is lássák magát. Mit csinált odafent? Kérdeztem még egyszer. Azon kívül, hogy a kilátást kereste. Semmit felelte. Nem nyúlt a tetőhöz. Ha igen, be kell számolnom róla nyimarimbocsénak eszem ágában sem volt bármihez is hozzányúlni. Csak ültem ott és néztem az izé. Hegyeket segítettem ki. Úgy van. De nem nyúltam semmihez. Még egy cseréfez sem. Ebben a pillanatban furcsa hangot hallottunk. Mintha egy nehéz tárgy csúszott volna végig valamin. Önkéntelenül a pagoda tetőre néztünk. Egy cserepet láttunk rajta lefelé szánkázni, amely egyre növekvő sebességgel szágódott felénk, majd lerepült a tetőről a fűre. Lehajoltam és felvettem. Viharvert cserép volt, a szó valódi értelmében, de egészséges volt, nem látszott rajta egyetlen kis repedés sem. Ez micsoda? Kérdeztem. Domingos szégyenlősen lehajtotta a fejét. Kezébe nyomtam a tetőcserepet. Tegye vissza a helyére. Domingos megcsóválta a fejét. Ha tudná, mennyire utálom magát. Tudtam. 111. Lefekvés előtt még elgondolkodtam rajta, hogy milyen furcsán is viselkedünk mi itt valamennyien, jó magamat is beleértve. Ha bármiféle szörnyűség is történik velünk, első pillanatokban elfog ugyan bennünket a rémület, és ezer felé akarunk futni, aztán hirtelen megnyugszunk. Egyszerűen kialusszuk magunkból az ijegységet, reggel pedig már ismét optimistán nézünk a jövőbe. Domingos is úgy ült a pagoda tetején, szájában a késével, mintha semmi nem érdekelné a cserepek alatt megbúvó tetőgerendákon kívül. Gondolatai megyre csak visszatértek hozzá. Nemrég még felakasztották, a halál széléről rángattam vissza, most pedig úgy tesz, mintha csak futó kellemetlenség lett volna. Vajon mi az ördög történhetett velünk? Éppen máson kezdtem volna töprengeni, amikor meglebbent a sátra majtaja elé akasztott szőnyeg, és valaki besuhant hozzám. Nem értettem pontosan, hogyan történhetett, hiszen csapdát tettem az ajtó mellé. Egy vödör vizet és pár üres És ő mégis hangtalanul jött be, mintha ködből és párából született volna. Kék szári volt ő rajta, a csukja azonban ezúttal hiányzott a fejéről. Egy fehér sejem kendő helyettesítette, s ahogy felém fordult, megült a holdfény az arcán. Itt vagyok, ragyogok, mondta. Vártál. Hol a csukjád vagy a csadorod? Már nem lesz rá szükségem. Elég a kendő. Hiszen már úgy is sejted, ki vagyok. Azért szeretném hallani. Végig húzta a mutató ujját a számon. Mit akarsz, milyen nevet mondjak? A sajátodat. És mire mennél vele? Mit számít egy név? Bármikor másikra cserélhető. Csak a szerelem, az számít. Te szeretsz valakit? Kérdeztem. Hát hogy ne. Most éppen téged. Ezt vegyem dicséretnek. Annak is veheted, ha akarod. Minden esetre, valahogy, megtetszettél nekem. Meg akartalak szerezni, hát megszereztelek. Így megy ez nálam. Köszönöm, hogy őszinte vagy. Nem te vagy véletlenül mégis csak Lucy Hovard? És ha én lennék? kérdezte. Lucy Hovard tudtommal halott. Sosem hallottál még róla, hogy valaki egyszer már feltámadt. Ami egyszer megtörtént, az megtörténhet másodszor is. Komolyan kérdeztem. Hát, ha annyira kíváncsi vagy, akkor én vagyok a bosszú angyala. De már nagyon unok az lenni. Nem nekem való feladat. Fáradt vagyok. Aludni szeretnék. És nincs hol. Rettentően rühellem már, hogy nincs egy megfelelő hely, ahol álomra hajthatnám a fejem. Egy angyal sosem álmos mondtam neki. És sosem nyűgös. Akkor én egy kivételes angyal vagyok. Ugye, megérted, hogy ma éjszaka, aludni szeretnék. És talán nem felébredni, az volna jó. De még van feladatom, elég. Csak egyet árulj el közülük kértem akár hármat is elárulhatok, gyilkolni, gyilkolni, gyilkolni. Most már elégedett vagy velem, szívem. Amikor hajnal felé felkeltem, már nem volt mellettem. Nem ébredtem fel, amikor eltávozott. Olyan zajtalanul lépett le, mintha csak átsuhant volna a falon. A vödör és a konzervdobozok ugyanott és ugyanúgy álltak, mint az elmúlt este. A bosszú angyala észrevétlenül és nyom nélkül távozott tőlem de azért valami nyoma mégiscsak maradt. Reggel kiderült, hogy az éjszaka kegyetlenül meggyilkolták ember Broksot. 112. Nyugodtan elmondhattam, hogy ez a reggel is jól kezdődik. Azzal kezdődött ugyanis, hogy valaki belőtt a sátramba. A golyó kopogtatás nélkül jött be, majd rövid bent tartózkodás után köszönés nélkül távozott. Nem vártam meg a kis hanem egyetlen ugrással lent termettem az ágyam mellett megölöm. Dühöngött közvetlenül a bejárat előtt valaki. Bár a hangjára nem ismertem rá, gyanítottam, hogy dörmött társaságának egyik tagja lehet. Óvatosan az egyik kukucskáló nyíláshoz másztam. Még szerencse, hogy régi szokásomhoz híven korábban lyukakat fúrtam a sátorfalba. Amit láttam, egyáltalán nem nyugtatott meg. Odakint emberek álltak, köztük Emmer Kerinton és Mr. Dermot, és valamennyien a sátram felé néztek mivel fegyvercsövek is néztek rám, úgy gondoltam, hogy el kellene kerülnöm a velük való találkozást. Ezért ismét négy kézlábra álltam, és a sátor hátuljába fúrt nyíláson át kikukucskáltam a nagyvilágba. Ezen az oldalon nem láttam senkit. Amilyen gyorsan csak tudtam, kimásztam a ponyva alatt a szabadba. Természetesen már nálam volt a 38-as Smith Wesson. Másztam egy kicsit a harmatos füvön nincs is jobb ébresztő, mint a ránk meredő puskacsövek, aztán kinéztem a sátor mögül. Óriási szerencsémre Emmer Dermottot pillantottam meg alig néhány méternyire tőlem. Olyannyira csábító volt a látvány, hogy nem is voltam képes ellenállni neki. Egyetlen ugrással mellette termettem, egyik kezemmel befogtam a száját, a másikkal pedig a halántékához szorítottam a stukkert. Gyors pillantással felmértem a helyzetet. Carrington, Emmer Ketz, Gopi, Gupta, Alibaba és Mahendra fegyvertelenül áldogáltak a sátramhoz közel, amiből azonnal kitalálhattam, hogy nem a maguk jó szántából teszik. Dörrömöt emberei viszont állig fel voltak fegyverkezve. Emmer Brooks természetesen hiányzott közülük. Akkor még nem tudtam, mi történt vele, őszintén szólva fel sem tűnt a hiánya. Később annál inkább. Gópi hirtelen felsikoltott, majd nagyot kiáltott. Ébredjen, Emmer Lorenz! Ébredjen, kérem! Eldördültek az első lövések. Legalább négy egyszerre. És ki nem találja senki, mire tüzeltek? Hát persze, hogy az én sátramra. Ha benne maradtam volna, akár el is kezdhettem volna a lyukakat számolni magamon. Csak akkor álltak le a tüzeléssel, amikor felbukkantunk a látó mezejükben. Valamennyien felénk tartották a puskájuk csövét, de a ravaszt, azt már nem húzták meg. Jó reggelt, emberek üdvözöltem őket. Látom, vidáman kezdik a napot. Emmer Bellott, aki korábban sem volt valami barátságos velem, ezúttal sem mondott ellent a természetének. Azonnal dobja el a stukkerét. Parancsolt rám. Jól van, Mr. Dermot. Megvagyok vagyok felelte savanyú képpel Mr. Dermot. Mi lenne, ha nem hadonászna a puskájával. Ne féljen, Mr. Dermot, úgy kilövöm maga mellől, hogy egyetlen haja szála sem görbül meg. Azért csak ne próbálja megintettele szeliden Mr. Dermot. Tegyék le inkább a fegyverüket. Azt nem tehetjük. Megparancsolom, hogy tegyék le a fegyvereiket a fűre. Az bizony jó lenne tette hozzá kerintön is, és mit sem törődve a ráirányzott puskacsövekkel, csövekkel, Emmer Dermothoz sétált. Mi az ördögöt akar ez jelenteni, Bruce? Megölték Normand, panaszkodott dörmöt. Ezt te is jól tudod. Gopikától értesültem róla. Honnan veszed, hogy Emmer Lorenz ölte meg? Mert neki volt rá oka. Néhány szóval elmesélte, hogy Emmer Brooks az elmúlt napon összeveszett velem, azaz volt köztünk egy is vita. Ez még nem elég ahhoz, hogy Emmer Lorenz-t gyanúsítsd. Ön követte el a gyilkosságot, Emmer Lorenz. Eszem ágában sem volt tiltakoztam. Azt sem tudom, hogy ölték meg. Álmában folytották meg, mondta Mr. Dermot. Igaz, Emmer Raustin. A himlőhelyes fickó arcát úgy elöntötte a gyűlölet, mint a monszun szokta új delhit. Ez a fickó az ördöggel cimborái. Bökött felém a puskája csövével Emmer Raustin. Úgy folytotta meg, hogy észre sem vettem. Pedig rossz vagyok. Éjszakánként 20-25-ször is felébredek. De ezen az éjszakán nem hallottam az égvilágon semmit. Úgy folytották meg mellettem, hogy fel sem riadtam rá. Ez egyszerűen lehetetlen. Csak egy láthatatlan lény tehette. Például ez a Lorenz. Emmer Lorenz nem láthatatlan lény. Ugyan, ne mondja ezt, Mr. Dermot. Nem látja, hogy most is ez a fura ruha van rajta. Ez a szerzetesek cucca. Vannak fickók, akik képesek ilyenekkel láthatatlanná tenni magukat. Felveszik a köpenyüket, aztán már nem is látszanak. Mint a lopakodók. Tóti, hogy ő tette. Emmer Lorenz. Megvontam a vállam. Tegnap valóban összekaptunk Emmer Brooks-szal. Mint kaptak össze? Kérdeztem Mr. Dermot. Ruhát akart cserélni velem, ám én nem mentem bele. De azért nem volt harag köztünk. Esze ágában sem lett volna megölni. Akkor hát ki tehette. Lett volna tippem rá, de esze ágában sem volt előjönni vele. Arra gondoltam, hogy talán az lehetett, aki úgy lopakodott be hozzám, hogy még véletlenül sem érintette egyik csapdámat sem. Mintha valóban láthatatlanná tudta volna változtatni a testét. És alig ha nem lég nem üvé is. Dörmöt érezte, hogy ellankadt a figyelmem, és hogy nem szorítom már a stukkert a halántékához. Megmoccant, és mire elkaphattam volna, már beugrott a többiek közé. Villám gyorsan feléjük fordítottam a Smith Hand Veszont. Engedjék csak le a fegyvereket, emberek! Hallottam Mr. Dermot hangját. Ha valaki lőni próbál, magam végzek vele. Hinnünk kell ember Lorenznek. Én hiszek is neki. Vigyék be Brooks -hol testét a régi imaterembe, és takarják le valamivel. És ha lehet, ne lövöldözzünk egymásra nekünk egy múmiát kell megtalálnunk, nem egymást lőni halomra. Megértették. Furcsa volt, hogy Emmer Broksot tulajdonképpen nem sajnálta igazán senki. Meg akarták ugyan bosszulni a halálát, elvégre közéjük tartozott, de azon kívül semmit sem éreztek iránta. De hogy mégiscsak csak állt valaki érte, az csak este derült ki. Gupta ugyanis estig sem került elő. Emmer kerintőn beküldte nyíma lámához, hogy megnyugtassa a lövöldözés miatt, de Gupta nem érkezett meg hozzá. Az éjszaka kellős közepén egy láma talált rá. Az imaterembe vezető folyosón feküdt, késsel a hátában. A kés, mint kiderült, az a kés volt, amellyel Domingo szapagod a tetőt feszegette. Domingo természetesen tagadott. Emmer Ketsz a hallatára jelentette ki, hogy a gyilkos napjai meg vannak számlálva. Csak még azzal nem voltunk tisztában, hogy ki is a gyilkos. És hány van belőlük egyáltalán. Kerintön természetesen ki volt borulva. Amikor beléptem a sátrába, rám fogta a pisztolyát, és addig le sem vette rólam, amíg ember ketszát nem kutatott. Mindeddig azt hittem, csak az ellenséget szokták átkutatni mondtam szemre hányón. Ez igaz bólintott kerintön. Csak hogy honnan tudjam, ki az ellenség. Cats megnézegette a revolveremet, aztán Carringtonhoz fordult. Adjam vissza neki. Adja bicentet kerintön. Laposan rám pislentott, aztán felemelte az ujját. Vegye tudomásul, hogy vége a türelmemnek. És ez mit jelentsen? Kérdeztem. Azt, hogy bűlőre kell vinnem a dolgot. Ha záros határidőn belül nem találjuk meg a múmiát, lassan kihalunk, mint egy veszélyeztetett állatfaj. Az éjjel valami szörnyűség jutott az eszembe. Tudja, mi? Az, hogy lehet, hogy rossz helyen keressük a múmiát. Lehet, hogy egy másik kolostorban van, és nem is fogjuk itt megtalálni soha. Igaz, hogy dörmött sem, mert nincs ugyan más ötletük, mint hogy bennünket kövessenek, de úgy érzem, hogy mi sem dúskálunk bennük. Már tízszer is átnéztünk mindent, de nyoma sincs a múmiának. Lehet, hogy olyan tűt keresünk a szénakazalban, amely nincs is benne. Gópi szerint itt van a közelünkben. Gópi szerint, Gópi szerint. Az imént beszéltem vele. Ő is egyre azt hajtogatja, hogy itt kell lennie valahol. Érzi a jelenlétét. Tudja, milyen sületlenséget akar nekem beadni. Hogy a múmia valahol a levegőben található. Maga mit szól ehhez? Nagyon is meg lehet bólintottam. Árulja már el nekem, Emer Lorenz, hogy hol van az a levegőben. Eddig csak Mohamed koporsójáról hallottam, hogy ég és föld között lebeg. Talán a pagoda tetőn valahol. Kerinton sóhajtott. Akkor nem kellene valakinek felmennie a tetőre? Mit szólna hozzá, ha felküldeném Mahendrát? Mondja meg neki, hogy legyen nagyon óvatos. De karvalhót láttam tegnap odafent. Az ördögbe is. Lehet, hogy már meg is találták a múmiát. Akkor már értesültünk volna róla. Ha megtalálták volna, egész éjszaka táncoltak volna örömükben. Ebben lehet valami bólintott kerintön. Van még három napunk. Mire? Kérdeztem. Arra, hogy megtaláljuk a múmiát. Beszélt magával Nyimarin Még nem. És magával. Kerintön dühösen kaszált egyet pók karjaival. Ki vagyunk rúgva. Hamarosan el kell hagynunk a kolostort. Teljesen kivolt kelve magából, amit őszintén szólva meg is tudok érteni. Azok után, hogy Guptát megölték. Legfeljebb belekerül még egy kis pénzébe. Kerintőn szomorúan csóválta meg a fejét. Ez már nem pénz kérdése, Lorenz. Láttam a szemén, hogy ígérhetek bármit, nem változtatja meg az elhatározását. Félti a kolostora jó hírét, és erre meg is van minden oka. Bár, azt hiszem, van itt egy megoldás, illetve lenne. Csak egy kissé kockázatos a dolog. Miről lenne szó? Kérdeztem óvatosan. Maga egész jó céllövő, igaz. Csak nem akarja, hogy lőjem le Emmer Dermottot, vagy esetleg Nyimarin Pócsét. Nyimát semmiképpen sem. És dörmött. Emmer Kerintön a sátor ajtaja felé pislogott, mintha azt lesné, hogy nem hallgatózik-e valaki a közelben. Ennyi erővel akár más felé is pisloghatott volna, elvégre egy vékony falú sátor nem feltétlenül arra való, hogy titkokat tároljanak benne. Ha például megsebesülne, valahogy, hát ez igazán megzavarná a segnyalóit. Egyre ott toporognának körülötte, és amíg ők toporognak, mi megkeressük a múmiát. Nem, egyáltalán nem kell, hogy súlyos legyen a szebé, majd kitalálunk valamit, hogy még csak véletlenül se hallhasson bele. Mit szól hozzá? Majd még meggondolom a dolgot. Hát csak siessem vele, mert Nyíma Rimpócse nem laca fakázik. Ettől tartottam én is. 113. Attól a pillanattól kezdve, hogy Emmer Brooksot és góptát megölték, Nyíma Rimpócse megszakított velem minden kapcsolatot. Ezt még csak elviseltem volna valahogy, elvégre nem egyszer történt már hasonló életemben, megesett, hogy a nagyhatalmú főlámák ezért azért megorroltak rám, és nem voltak hajlandók szóba állni velem. Az azonban már keményebb dolog volt, hogy mind mindazokat a szolgáltatásokat is megvonta tőlünk természetesen tőlem is, amelyek elviselhetővé tették a végtelennek tűnő, céltalan várakozást. A legfontosabb mindezek között az volt, hogy nem adott enni. A többiek belenyugodtak a dologba, és előszedték a konzervjeiket, amelyeket előrelátó módon magukkal cipeltek. És jól is tették, mert biztosak voltak benne, hogy alig ha bírják majd hosszabb távon elviselni a lámák főztjét. Én azonban a saját magam mást a verembe hullottam, nem hoztam magammal jelentősebb tartalékot. Két lehetőség állt hát előttem, vagy kunyeránom kell a konyháról, vagy be kell sétálnom a faluba, hogy élelemhez jussak. Éppen a lehetőségeket mérlegeltem, amikor felcsengett a telefonom. Te vagy az, Leslie. Én vagyok, Hári. Most éppen merre jársz? A Himalájában vagyok. Érdekes. A múltkor is ott voltál. A Himalája nagy, Hári. Sokáig lehet csatangolni benne. Te, Leslie, már a múltkor is meg akartam kérdezni, vannak a Himalájában hercegnők. Mik? Hökkentem meg. Azt hittem, rosszul hallok. Hercegnők ismételte. Tudod, a hercegek lányai. Lehet, hogy odaát nem hercegnőnek hívják őket, hanem valami másnak, mondjuk királylányoknak. Mi a fenét akarsz te egy himalájai hercegnőtől? Nézd, leslie, már alaposan benne vagyok a korban, s most, hogy is lépett, úgy gondoltam, hogy komolyra kellene vennem a figurát. Másképpen szólva, még nehezen merem kiejteni, tudod, aki annyi éven át félt valamitől, az nehezen szokja meg, hogy mostantól kiejtheti a tiltott szót. Mi az ördögöt hablatyolsz te össze-vissza? Próbáltam értelmet találni zavaros szavai dzsungelében. Mi az ördög ez a hercegnő dolog? Kapaszkodj meg, leslie. Jól van, megkapaszkodtam. Rövid csend után belebrummogott a telefonba. Meg akarok nősülni, leslie. Kissé meghökkentett a dolog, de azért nem annyira, hogy dobjak tőle egy hátast. Ez meglep, mondtam. És kit akarsz elvenni? Hát ez az, leslie, ez az. Mi? Hát, hogy kit vegyek el? Én egy himalájai hercegnőre gondoltam. Ismersz talán ilyet? Én nem, de te ismerhetsz. Nem tudnál ajánlani valakit? Az a lényeg, hogy szép legyen, mert azt azért nem engedhetem meg magamnak az én presztízsemmel, hogy egy sárkányt szabadítsak Amerikára. Más egyéb. A másik, ami nagyon fontos, leslie, hogy gazdag is legyen. Ezért is gondolok hercegnőre. Egy szép és rohadtul gazdag, himalájai hercegnőre. Ha akarja, még át is térhetek a vallására. Van ilyen ismerősöd. Tudod, az lenne a legjobb az egészben, hogy lenne pénzem és nem kellene dolgoznom. Már elmúltam 30 éves, és eddig csak dolgoztam, dolgoztam, ideje, hogy életem hátralévő éveit nyugalomban töltsem szerető, gazdag hercegnő oldalán. Ja, és hogy el ne felejtsem, olyat keres, akinek lehetőleg nincs anyja. Azok csak belekavarnak a dolgokba. Szóval, van ilyen ismerősöd. Ha lenne, már én vettem volna elmondtam. Jaj, Leslie, ne tréfálkozz már velem. Ha nem fizetnél nekem az információkért, talán már éhen is haltam volna. A fenébe is, csengetnek. Várj egy kicsit, Leslie. Vártam vagy öt percig, és éppen be akartam nyomni a készülékem gombját, amikor suttogva beleszólt. Itt vagy még, Leslie. Hol a fenében lennék? Képzelt suttogta. Visszajött. Kicsoda. Az én aranyszárnyú, bülbül szavú patriciám. Figyelj, Leslie, egyelőre sztornó a himalájai hercegnő, de azért tarts talomban, hát ha még szükségem lesz rá. Különben azért hívtalak, mert van valami mondani valóm számodra a hercegnőn kívül is. Emlékszel még rá, hogy annak idején kissé utána néztem Miss Lucy Hovarnak? Emlékszel? Emlékszem. Nos, akkor talán még arra is emlékszel, hogy egy farmer családlánya volt. Akkor csak rá koncentráltam, most azonban üres óráimban utána néztem egy kicsit a család többi tagjának is. Említettem, hogy Lucy gyönyörű lány volt, nem csoda, hogy megakat rajta ember Kerintön szeme. Említetted. Nos, Leslie, most hogy megvizsgáltam a család többi tagját is, szóval, Leslie, ennek a családnak olyan hosszú a priusza, hogy ha minden tételt külön feljegyeznék, Washingtontól alaszkáig érne a bűnlajstromuk. Ez meglepő volt, de azért nem annyira. Ha carringont nem érdekelte, miért érdekeljen engem. Van, abban minden folytatta hári. Gépkocsi lopástól kezdve a betöréses lopáson át, a közlekedési szabályok súlyos megsértéséig. Érted? És. Lucy lányuk sem maradt ki a sorból. Nem tudom, kerintön tisztában volt evele, miket művelt korábban az alány. Ha igen, akkor nagyon bele kellett, hogy zuhanjon. Ám nem ez a legfontosabb. Prosti is volt, enni. Na, az nem. Viszont volt egy húga. Beverly. Beverly Howard. Ő volt Lucy árnyéka. Ezt hogy értsem? Nagyon szerette a nővérét. Sülve főve együtt voltak. Neki is volt Priusza. Csak egy icipici. Alig Prius. Egy kis hatóság elleni erőszak. Megkarmolta egy zsaru képét. Semmi egyéb. Végül is mit akarsz ezzel tudtom adni? Hogy amikor kerintön megszöktette Lucáit? Hogy-hogy megszöktette? Egyszerűen beültette a kocsiába és elvihazott vele. Nem akarta, hogy a család többi tagja valaha is rájuk bukkanjon. Ezért mondom, hogy megszöktette. Értem? Attól a pillanattól kezdve Beverly is lelépett a térképről. Honnan tudod? Te sem szoktad kiadni a forrásaidat. Elég az, hogy szép, gazdag anyaghoz jutottam hozzá velük kapcsolatban. Szóval, mind a két lányuk eltűnt. Lucy is és Beverly is. Furcsa gondolatok futkároztak a fejemben, ám még nem tudtam hova tenni őket. Hogy Lucájval mi lett, azt tudjuk. Kerintön feleségül vette. De hogy Beverly hova tűnt, arról mindez idáig nem tudtunk semmit. Az apa, Dan Hovard bejelentette az eltűnését és annyi. Nem találták meg. Ez érdekes mondtam, és az is volt. Nekem az az érzésem, Leslie, -e, hogy az a lány, a kis húg, Beverly, követte Lucite Washingtonba. Miért követte volna? Azért, mert szerette, ember. A kis húga volt. Ja, és hogy szavamat ne felejtsem, kiköpött mása volt a nővérének, akár ikrek is lehettek volna. Beverly Washingtonban telepedett le, bizonyára állnév alatt. Felteszem, hogy Lucy szerzett neki papírokat. Miért nem költözött Carringtonhoz? Talán Carrington nem engedte volna. Vagy Lucy féltette a húgát Carringtontól. Erre nincs válasz. Egy valami azonban biztos. Beverly Lucy pénztárosa lett. Pénztárosa. Az a helyzet, Leslie, hogy Lucy úgy fejte a férjét, mint ahogy a legmodernebb fejőgépek a teheneket. Véletlenül hozzájutottam bizonyos bankszámlákhoz, átutalásokhoz, és csak annyit mondhatok, hogy Lucy rövid idő alatt gazdag asszony lett. Ezt Kerintön is gyanította, és megpróbálta kideríteni, hol lehet Lucy pénze. Lócának volt ugyan számlája, de azon csak azok az összegek szerepeltek, amiket kapott. carrington kapott. Kerintön persze mindent megmozgatott, hogy titkos betétekre bukkanjon, de nem sikerült neki. Nem is sikerülhetett, hiszen Beverly számláihoz nem férhetett hozzá, lévén, hogy nem is tudott róluk. És Beverlyt is csak párszor látta életében. És Dörmöt idejében. Ez is egy nagy gubanc, leslie. -e. Van valami a háttérben, ami ugyancsak furdalja az oldalamat. Miért vált el Carrington Lucy, és miért ment hozzá Dermothoz? Láttam a fényképüket, leslie. -e. Torringtonhoz és Dermothoz is csak nagyon részegen lehet hozzá menni. És ha már valaki hozzá is ment valamelyikhez, ha megszabadult tőle, túti, hogy még egyszer nem ment volna férjehez egy ugyanolyanhoz. Ebben valami nagy disznóság rejlik, Leslie. Megszokta a jó módot. Akkor már jó módú volt, Leslie. Megállhatott volna a maga lábán. Átfutott az agyamon néhány gyors gondoltat, de olyan gyorsak volt ő, hogy még nem tudtam megrágni őket. Majd ha lesz egy kis időm. Zsarolás. Kérdeztem tétován. Én is erre gondoltam, Leslie. -e. Kerintön a kezében tartotta a hovar családot, és megzsarolta Lucáit. Nyilván tudott róluk valamit, ami börtönbe juttathatta volna valamennyi őket. Ez pedig csak tudod, mi lehet. Tudom feleltem. Gyilkosság. Valamikor valamelyik hovar megölhetett valakit, Kerintön ezzel tarthatta sakban őket. Hallgatott egy kicsit ez alatt nyilván lenyelt egy pohárkával is, mert újabb lelkesedéssel látott neki a magyarázatnak. Lucy tehát Kerintön kezében volt, azt kellett tennie, amit Kerintön parancsolt neki. Kerintön parancsolt rá, hogy váljon el tőle, és menjen hozzá Dermothoz. Tudom, hogy ostobaságnak hallatszik, leslie, de mégis ez lehet az igazság. Lucájnak pedig, ha akarta, ha nem, hozzá kellett mennie Dermothoz mondhatni, cseberből vederbe került. Természetesen cserébe dermottot is fejte, amíg csak lehetett. Aztán egyszer csak eltűnt. Lelépett a térképről. És nem is tudott senki semmit róla, amíg csak meg nem találták a holtestét a potomagban. Mi a helyzet Beverly Hovardal? Ő egy fantom, leslie. -e. Eddig sem tudta senki, hol tartózkodik, most sem tudunk róla semmit. Lehet, hogy őt is megölték. Utána néztem ennek is, Leslie. -e. Nincs semmi nyoma. Persze, ez még nem zárja ki a lehetőséget, hogy a kis Beverly másfél méter föld alatt nyugszik valahol. Például egy erdőben. Hát ennyi, amit sikerült kiderítenem. Őszintén szólva csak azért tettem, hogy szerez nekem egy himalájai hercegnőt. Bevallom, a múltkor a tévében láttam egyet. Majd ha szükségem lesz a segítségedre, telefonálok. Jól van, szívem, már megyek is. Hát persze, hogy örülök, hogy hazajött az én csavargó nyuszikám. Kinyomtam a telefonom gombját. 114. A következő éjszakán történt valami, amit csak óvatosan mesélhetek el, nehogy felháborítsak vele bárkit is. Nos, említettem már, hogy Nyimarimpócse és milyen jó megérzései voltak velünk kapcsolatban. Nem engedett be bennünket az épületbe, csupán a kolostor udvarán verhettük fel a sátrainkat. Aki ismeri a sátorbeli életet, az tudja, hogy sok minden hiányzik belőle, ami a kulturált élethez nélkülözhetetlen, például a WC is. Ezért a sátrak lakói kénytelenek kis házikókat építeni a sátraktól távol, amelyek bizonyos higiéniai és élettani problémák megoldására szolgálnak. A mi kis házikóinkat néhány falubeli belitákolta össze a Kolostor falán túl. Ez pedig azt jelentette, hogy a házikó meglátogatása főleg éjszaka igazi kalandnak bizonyult. Hatványozottan a gyengébb nem számára. Aki járt már a Himalájában, és igénybe vette eme szolgáltatást, az tudja, miről beszélek. A Himalája csodálatos világ, de nem mindig megnyugtató, néha kifejezetten rémisztő arcát mutatja felénk. Éjszaka, akár a hold ragyogó fényében, akár viharverte órákban kisétálni vagy éppen kisietni, ne talántán kifutni a sátorból, nem kellemes dolog. Holdfényben mintha árnyékból szőtt, gonosz lények követnének bennünket, eső idején pedig jeges is kísértetek. Aki vécére megy éjszaka a Himalájában, annak számolnia kell mindezzel. Már pedig menni kell. És ez az éjszakai kirándulás nem csak hogy félelmet keltő, hanem hosszú is. Ki kell menni a kerítésen túlra, megkeresni a kis házikót, majd ugyanez visszafelé. Természetesen, aki a kolostor épületében lakik, annak jóval egyszerűbb a dolga. Ott van erre megfelelő helyiség, bár abban általában mindig tartózkodik valaki. Aki kolostorban lakik, annak meg kell szoknia, hogy majdnem sosincs egyedül. Még ott sem. A megfelelő házikók elkészítését Emmer Kerinton és Mr. Dermot rendelte meg, és ebben Nyima is a segítségükre volt. Nyima belátta, hogy ha nem akarja Kolostor a környékének higiéniáját veszélyeztetni, segítenie kell nekünk ebben a kényes kérdésben. És mivel a főlámának a Kolostor épületén kívül is külön hely járt, a mi esetünkben is a Kolostori hagyományt alkalmazta, Emmer Carringtonnak is, és Emmer Dermotnak is külön kis jutott. Ezen az éjszakán egyedül voltam, a szár is, csukjás vagy sejemkendős ismeretlen nem tette tiszteletét nálam. Talán talált magának kellemesebb hálóhelyet. Sikerült korán elaludnom, ám egyszer csak rémületes ordítás vert fel a legszebb álmomból. Az ordítás nem a közvetlen közelemből, a szomszédos sátrak valamelyikéből jött, hanem kissé távolabbról. De nem is a szomszédos falu felől. Valahonnan a falon túlról érkezett. Annyit tudtam csak megállapítani, hogy férfi ordít valahol az éjszakában. Kipattantam az ágyból, felkaptam a nadrágomat és a zsekimet, és kidugtam a fejem a szabadba. Éppen ember kec húzott el a sátram előtt, pisztolyjal a kezében. Mi a fene történt? Kiáltottam rá. Ketsz tovább rohant, és csak úgy a válla felett szórta rám a szavakat. Emmer Kerintön. Mi történt vele? Nincs a sátrában. Kiáltotta. Felkaptam a 38-ast, és utána eredtem. A fájdalmas kiáltások egyetlen percig sem szüneteltek. Segítség! Kiáltozta Emmerkerintön. Segítsenek már, a hétszentségit neki, nagyon fáj. Kec kétségbe esetten kapkodta a fejét jobbra-balra. Hol van, Emmerkerintön? Kerintön nem válaszolt. Úgy tűnt, hogy a fájdalomtól nem is hallja Kec hangját. Segítsenek már, a jó Isten itt neki. Segítség! Lassan mindenki kimászott az ágyából. Mellettem éppen Gópi törölgette álomittas szemét. Mi történt, Emmer Lorenz? Fogalmam sincs róla válaszoltam az igazságnak megfelelően. Emmer Ketsz szerint Emmer Kerintön nincs az ágyában. És, hol van? Szerintem a kerítésen túl. Nem kellett részletesebben magyarázgatnom, mindenki tudta, hogy ez mit jelent a Dermot csapat mintha fel sem ébredt volna. Pár másodperc múlva Mr. Dermot sátrának mégiscsak csak meglebbent a bejárata, és Mr. Dermot dugta ki rajta a fejét. Mi történt szegény barátommal? Kérdezte a hozzá legközelebb álló Mahendrától. Nem tudom, Száhib meg a fejét Mahendra. Talán megijedt valamitől. Aztán Domingos is megjelent a csatatéren. Rám nézett, de nem kérdezett semmit. Emmer közben már a kerítésen kívül járt, onnan hallottam a kiáltásait. Tartson ki, Emmer Kerintön, már itt is vagyok. A fenébe is, jöjjön már és segítsen valaki. Mivel senkire sem számíthattam, maga meredtem a hang után. Kifutottam a kapun, a kapus fülke zárva volt, nem tartózkodott benne senki, elhúztam a fal mellett, aztán a kő sarkánál befordultam a házikók irányába. Kec előttem futott, úgy remegett a válla, mintha már is Emmer Kerintön halálát siratná. Pedig Emmer Kerintön még élt kiáltásai legalábbis ezt mutatták. Jöjjenek már, az Istenért! Segítség! Emmer Kec megtorpant előttem. Olyan hirtelen, hogy majdnem nem neki futottam. Félig hátrafordult, és olyan gyilkos tekintettel nézett rám, mintha valami rosszat tettem volna. Ott. Mutatott az orra elé. Nézze csak! Mi a fene történt itt? A szememhez nyúltam és megdörzsöltem. Bár tisztában voltam vele, hogy dörzsölhetem akár meddig, ezután is csak azt látom majd, mint eddig. Azaz, ezután sem látom azt, amit eddig sem láttam. A kis házikó, amelyet Emmer kerintőn számára épített a falusi mester, egyszerűen eltűnt. Emmer Czarringtonnal együtt. 115. Emmerkedsz maga volt az értetlenség és a rémület szobra. De hiszen nyögte előre dugva a pisztolyát, de hiszen itt volt. De most nincs itt, mondtam. Hol a fenében. Efájáj. Nagyon efájájál. Hallottuk a remegő, fájdalommal teli hangot. Mintha a föld alól jött volna. Mint ahogy később kiderült, onnan is jött. Emmer Ketsz nem lehetett valami élénk fantáziával megáldva, mert még mindig értetlenül forgolódott a kis házikót keresve. Még az égre is felnézett, hát ha egy hurrikán forgatja éppen odafent. Én már sejtettem, mi történhetett. Ám mivel semmit sem volt kedvem Emmer Kerinton érdekében tenni, megálltam és a házikó helyére mutattam. Ott van. Micsoda. Nyelt egy nagyot rémületében. Emmer Kerinton. Hol van? Megmondtam neki. Csak egyetlen szó volt, az igaz, de azért nem ismételtem meg. Emmerkedsz összekulcsolta a kezét. Most mit, csináljak? Úgy látszik, az éjszakai levegő jól vezette a hangot, mert Emmerkerintön meghallotta Emmerkedsz sápítozását. Robert. Nyögte a föld alól. Maga az. Én vagyok, Emmerkerintön. Tudja, hol vagyok? Tudom, Emmerkerintön. Jöjjön és húzzon ki. Nem kellene előbb, talán valami vízzel. Ha nem jön ide, agyon lövöm. Ordított rá kerintön. A fenyegetés nem tűnt komolynak. Emmer Ketsz mégis annak vette. Velem jön. Kérdezte felém fordulva, reménykedő fényekkel a szemében. Nem én. Utasítottam vissza nagylelkű ajánlatát. Maga csak tegye a dolgát, én addig körülnézek egy kicsit. Hogy emmerkedsz, hogyan tette a dolgát, arról úgy szintén nem óhajtok beszámolni. A jó ízlést tiltja, hogy megtegyem. Ahelyett, hogy Emmer segítettem volna, inkább alaposan körülnéztem a környéken. A hangokat azonban hallottam. Ezúttal nem bántam volna, ha kisé nagyot álló vagyok. Fogja meg a kezem, kedsz. Reszketett Emmer Kerintön hangja. Nagyon fáj a lábam. Melyik, Emmer Kerintön? tudakolta emmerkedsz. Mind a kettő, sziszek te kerintön. Talán el is törtek. Jézusom, nekem eltört a lábam. Talán nem olyan súlyos a dolog. Nyújtsa már a kezét. A fenébe is, ne legyen már olyan gyámoltalan. Én megölöm magát, ha még egyszer visszacsúszom. Két percembe sem tellett, és már is rájöttem, mi történhetett. Ebben a fűre hullott fűrészpor is segített. Úgy csillogott a bódé romjai mellett, mint holdfényben a kristálai Kétség sem férhetett hozzá, hogy a kis faházikóba több helyen is belefűrészelt valaki, és amikor Emmer Kerintön rendeltetésszerű használatába vette, összeomlott alatta. Kerintön pedig belehullott abba, ami az ülőke alatt volt. Már a kapus fülkénél jártam, amikor utolért Emmer kec könyörgése. Hol van, Emmer Lorenz? Segítenie kell nekem. Kérem, hol van? Futottam, mint a nyúl. Természetesen az ellenkező irányba. Csak a sátrak előtt torpantam meg. Első pillantásom ember esett. Láttam, hogy piros a képe az elfojtott nevetéstől. Mi történt ember Carringtonnal? Kíváncsiskodott. Elmondtam, micsoda. Jó hangosan, hogy azok is meghalhassák, akik a sátrukban rejtőznek. Sóhajtottam egyet, és mivel a lassan terjengeni kezdő illatokból arra következtettem, hogy Emmer és Emmer Kerintön már közel járnak hozzánk, elhúztam a Kolostor épülete felé. 116. Másnap hajnalban majdnem ugyanez ismétlődött meg, csak éppen fordított szereposztásban. Ezúttal is fájdalmas ordításra riadtam. Jellegzetes volt a hang, azonnal felismertem benne Mr. Dermot orgánumát. Úgy éreztem, hogy időhurokba kerültem, mint ahogy egyes firegényekben szokás. A már megtörtént események újra megismétlődnek, egészen addig, amíg valahogy ismét helyükre nem rázódnak a természeti törvények. Amíg hősünk ki nem szabadul az időhurokból, addig napról napra ugyanazok a dolgok történnek meg vele. Csak hogy ezúttal nem Emmer kerintön tűnt el, és ordított, hanem Mr. Dermot, amint azt a sátram előtt elfutó Domingos is megerősítette. Onnan jön a hang mutatott a kolostor kapuja felé. Lehet, hogy Mr. Dermot is kiment. Be akartam dugni a fejem dörmött sátrába, de az előtte szobrozó, Austin nevű, goromba fickó visszarántott. Jöjjön csak vissza, ember. Ha még egy lépést tesz befelé, kinyírom. Nyugalom nyugtattam. Nem megyek be a sátorba. Visszafordultam és a többiek után akartam menni, akik már a kőfalon túl keresték de Austin ebben is megakadályozott. Oldalamba nyomta a puskája csövét, és még taszított is egyet rajtam. Istenem, mennyire kedvem lenne lelőni. Ha csak egy lépést is tesz. Ebben a pillanatban ismét felbukkant Domingos, a fájdalmasan kiáltozó Mr. Dermott társaságában. Jajj! Vigyázzanak, az Istenért! Jaj! Biztos, hogy az a rohadék tette. A Barker nevű fickó és Domingos hozták Emmer Dermottot. A molyan gólya viszi a fiát alakzatban. Mr. Dermott úgy kuporgott összefonódott karjukon, mintha fáról leesett kölyök majom lett volna. Mi a fene történt vele? Kérdezte Austin Barkertől. Mi történt, Mr. Dermot? Kinyírt az a rohadék. Nyőszörögte Mr. Dermot. Pokoli fájdalmat érzek. Istenem, biztosan eltört a lábam. Nem vennék le ezt a szart rólam. Ahogy nem kímélte a fényét, ezért azon kívül, hogy láttam, amint Mr. Dermot Domingos és Barker kezén jajgat, azt is láttam, hogy lelóg a lába, és fityeg valami rajta. Abban a pillanatban, ahogy elmentek ember kerintön sátra előtt, kerintön dugta ki a fejét a nyíláson. Mi a helyzet, Bruce? kérdezte. Fájdalmas vigi övült az arcán, amiből kiviláglott, hogy még mindig nincs rendben teljesen. Mi történt veled, Bruce? Te csináltad, te rohadék. Én. Játszotta a meghökkentett ember kerintön. Hiszen magam is a halálomon vagyok. Képzeld, valami szemétláda elfűrészelte a kretyót, és én, és, én, majdnem összetörtem minden csontomat. Hát veled meg mi történ? Jaj, igazán sajnálom, szegény Bruce. Sajnálsz a fenét. Bömbölt dörmöt félig ájultan a fájdalomtól. Mivel nem mehettem közel hozzá, igyekeztem néhány lépés távolságból megszemlélni a lábát. Valami lógott rajta, az kétségtelen. Előbb azt hittem, hogy valóban eltört a sípcsontja, aztán rájöttem, hogy alig Az a valami úgy ráragadt, mint a lekvára légy fenekére. Mi az ott a lábadon, Bruce? Érdeklődött ember kerintön. Csak nem egy szilánk fúródott beléd az összedőlt budiból. Tudod jól, te rohadék, hogy mi az. Tényleg nem látom jól. Egy csapda, te nyomorult. Mr. Dermot lába nem nyújtott valami esztétikus látványt folyt belőle a vér a bőrét alaposan felsértő szegektől. Az meg még csak rontott rajta, hogy a szegek rozsdásak voltak. Beleléptem ebbe a kicseszett csapdába. Nyögte Mr. Dermot. Ne mond hogy nem te vagy ezek a barom embereid rakták az utamba. Miért mászkálsz éjszaka az udvaron túl? Vigyorgott Kerintön. Nem tudtad, hogy ez milyen veszélyes. Legszívesebben megfolytanálak. Domingos és Barker bevitték Emmer Dermottot a sátrába, én meg éppen indulni akartam, hogy bevonuljak a sajátomba. Csak hogy abban a pillanatban ismét megbirizgálta egy puska csöve az oldalamat. Mondanom sem kell, hogy Emmer Austin mögöttem gyerünk. Parancsolt rám. Mint apró, fekete kráterek, sötét lettek az arcán a himlő helyek. Nyomás, mert lepuffantalak. Kezdett idegesíteni a fickó. Már csak azért is, mert nem lehettem biztos benne, nem húzza el meg valóban a ravaszt. Nem szerettem volna a két sebesülthöz csatlakozni. A halottakhoz még kevésbé. Hova? Kérdeztem. A kolostor mögé vigyorgott elbeszélgetünk egy kicsit. Éppen meg akartam fordulni, hogy megpróbáljam kitépni a kezéből a puskát, ebben a pillanatban azonban kilépett valaki a kolostor árnyékából. Hát itt meg mi történik? Kérdezte egy hang, amelyben Domingoséra ismertem. Megölöm ezt a szarházit. Vicsorgott rám Austin. Akkor magának vége bólintott Domingos. Mr. Dermot nem fogja megköszönni magának, hogy kinyírta. Ki keresi meg akkor a múmiát? Majd én. Bömbölt rá Austin. Mit vannak úgy oda ezért a fickóért? Ennek csak a pofája nagy. De kettőt már megtalált. A vaktyúk is találhat szemet. Ekkor jöttem én. Kihasználtam, hogy Domingos elterelte róla Austin figyelmét. Elkaptam a puskája csövét, és ahelyett, hogy megpróbáltam volna kirántani a kezéből, inkább taszítottam egy nagyot rajta. Austin hátratán torodott a meglepetéstől, és meghúzta a ravaszt. A golyó szerencsére nem ért el egyikünket sem. A kezem azonban elérte Austint. Jobban mondva az öklöm. Elhelyeztem egy vidám egyenest a szeme alá, aztán még egyet, nehogy elveszítse valahogy az egyensúlyát. Csupa kő volt körülöttünk minden, csúnyán összetörhette volna magát rajtuk. A fegyver minden esetre eldurrant, Domingos pedig elkapta az elzuhanni készülő fickót. Ismét csak felbukkant valaki az orrunk előtt. Az egyik sátor árnyékából lépett elő. Nem volt nála más, csak egy olvasó. Amikor meglátott bennünket, megsimogatta kopasz fejét. Blobzon Rimpócse! Én vagyok! Hol a beteg? Egy ismeretlen szerzetes állt előttem. Nyima Rimpócse küldött, magyarázta. Hallotta a lövéseket. Éltek egy kicsit a sebek kezeléséhez. Valóban megsérült valaki! gyere velem mondtam. A sebesülthöz kísérlek. A láma megcsóválta a fejét. Nem ismerem ki magam ezek között a sátrak között. Valamennyi egyforma. Ez lesz az, itt az orrunk előtt. Ahogy beléptünk az ajtón, azonnal láttuk, hogy Mr. Dermot nyomorúságos állapotban van. A láma megállt az ágya mellett, és megcsóválta a fejét. Az a baj veletek, tengeren túli emberekkel, hogy túl sokat jártok Budira. Elmagyaráztam neki, hogy Emmer Dermotra nem a házikó szakadt rá, hanem csapdába lépett. Még maga a láma is hátrahökkent, amikor meglátta a sebesült lábát. Mr. Dermot rémülten feküdt az ágyán és moccanni sem mert. Mi a fenét akar tőlem ez a fickó? Kérdezte. Még a szeme sem áll jól. Nem engedem, hogy hozzám hozzámérjen. Nekem rendes orvos kell. Hoznia kellett volna magával egyet mondtam. Erre már magam is rájöttem, nagy okos. A láma megnézegette dörmöt lábát. Én is ekkor láttam először közelebbről. A mester munka volt a maga nemében, a belévert szegekkel együtt. Mit fog csinálni velem? Idegeskedett dörmött. Ha le akarja vágni, lelövöm. Hol van a stukkerom. A láma felemelte a kezét, és az olvasóját dörmött sérült lábára tekerte. Dörrmöt megpróbálta elrántani előle, de olyan fájdalom hasított belé, hogy ordítania kellett tőle. Jézusom, én meghalok. Segítsen már valaki rajtam, és szedje le rólam ezt az izét. Az izét azonban nem volt könnyű leszedni. A szegek a húsába vágtak, és nem lehetett tudni, hogy nem horgase a végük. Akárki is készítette, kegyetlen munkát végzett. A láma megfogta az olvasóját és matatott valamit vele dörmött lábán. Fáj. Ordította a dörmöt. Nagyon fáj. A láma levetette a kaftányát. Mint ahogy a bűvész veti le fekete köpenyét. Terítsd ránk, Engedelmesen ráborítottam a palástot a lábára és a láma fejére. Dörmöt kimerett szemekkel bámult rám. Mit csinál ez az, őrült? Jaj, ez rettenetesen fáj. Hátra billent a feje és fennakadt a szeme. Barker oda akart ugrani hozzá, hogy kirángassa a lámát a palást alól, de ekkor hirtelen megjelent a palást felett a szerzetes egyik keze, benne a csapdával. Elvettem tőle és oda nyújtottam ember Barkernek. Barker dühösen a földre hajította. A lámából még mindig nem látszott semmi, csak a mormogása hallatszott ki a palást alól. Néhány perc múlva aztán felbukkant előttünk, és megérintette Mr. Dermot arcát. Abban a pillanatban Dörmöd kinyitotta a szemét. Mi történt? kérdezte. A láma felállt és elvette tőlem a palástot. Rendbe jön, mondta. Láttam az arcán, hogy a jeges poklok legfenekére kíván bennünket. El akartam kísérni egy darabon, de visszaparancsolt. Maradj csak itt, és ne engedd, hogy éjszaka össze-vissza mászkáljanak. Ezek szándékkal meg akarnak halni. Mit mondott? Emmer Lorenz! Nyögte Dörmöt. Nem lesz következménye ennek az izének! Azt mondta, hogy nem. Dörrmöt felemelte a lábát. Csupán néhány szegvéres nyoma látszott a bőrén. Mr. Dermot megnézte, bólintott, aztán felült az ágyán. Nem szédülök, állapította meg. Nagyon jó! És a lábamon sem látok sebet! Ez a fickó tényleg érti a dolgát! Holnap majd küldök neki valamit! Hol van Austin? Hol vagy, Peter? Itt vagyok az ajtó előtt, Mr. Dermot. Jól van. És mit csinálsz? Várok, mondta Austin. Mire? Arra, hogy ez a Lorenz kijöjjön. Mi a fenét akarsz tőle? Meg akarom ölni, Mr. Dermot. Hagyd békén, mert Lorenz-té mást lövünk le. Nem lehetne előbb, mert lorenz Nem. Sem most, sem később. Emmer Lorenz a védelmem alatt áll. Akkor kit ölünk meg? Emmer carrington természetesen. 117. Ugyanaz történt, mint néhány órával az előtt. Kezdődött azzal, hogy Mr. Dermot, nem törődve sem a szegek nyomával a lábán, sem a fertőzéssel és egyéb nyalánkságokkal, úgy kiugrott az ágyából, mintha rugók lökték volna ki belőle. Félrelökte Barkert, Félretaszított engem is, és pisztolyjal a kezében kiugrott az ajtón. Valószínűleg a párnája alól rántotta ki a fegyvert. Megpróbáltam elkapni, de túl későn ébredtem. Mire kinyújtottam a kezem, már belemerült a holdfénybe. Csak a kiáltását hallottam. Gyerünk, Peter! Egymást lögdösve ugráltunk ki Mr. Dermot sátrából. Mr. Dermot akkor már Emmerkerinton sátra előtt állt, kezében a stukkerral, mellette Austinnal, és megállás nélkül ordítozott. Gyereki, ki, te szemétláda! Gyere ki, te rohadék! Hadd öljelek meg! Emmer kerintön azonban nem jött ki. Ki jött viszont helyette egy golyó. Ott süvített el dörmött füle mellett. Mr. Dermot természetesen viszonozta a tüzet. A sátorponyva recsenve szakadt szét, ahogy beletépett egy golyó. Barker kezében is fegyver volt, ám ő szerencsére nem lőtt vele, inkább rámordított. Ezek megölik egymást. A francba, ezek kinyírják egymást. A lövések hangjára minden ünnen árnyékok bukkantak fel, és egymásra vetették magukat. Láttam, hogy egy domingoshoz hasonlító kontúrtalan alak és lekeverne ki egy szédítő pofont. Dörmöt megperdült a tengelye körül, kiesett a stukker a kezéből, és lezuhant a fűre. Emmer Austin is lőni akart, őt viszont én vettem kezelésbe. Belittam apai tanyait az ütésbe. Emmer Austin még felém kaszált ugyan, de nem tudott elérni. Gópi természetesen sikotozott ki tudja, honnan került elő a nagy kavarodásban. Emmer tanács tanácstalanul téblábolt puskával a kezében. Meg tudtam érteni szegény elkeseredését, feltétlenül le akart lőni valakit, de nem tudta eldönteni, hogy kit kellene. Carrington éppen akkor dugta ki a fejét a sátorból, amikor Mr. Dermot a földre zuhant. Célba vette a puskájával, de mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt, Gördö tűnt elő a semmiből, odaugrott hozzá és a kezébe harapott. Carrington ordított egyet, félre söpörte Miss Palmert, majd még egyet ordított. Megölöm. Megöllek, te rohadék. A címzett természetesen Mr. Dermot volt. Én öllek meg téged, te szemét. A címzett természetesen Emmer Kerintön volt. Mielőtt azonban újabb lövések dördülhettek volna el, fület rengető dörgéssel és csattogással egy helikopter szállt el felettünk, és többször is megfordulva leszálló helyet keresett magának. Mindenki a csillogó-villogó gép felé emelte a tekintetét. A helikopter hörgött még néhányat, aztán leereszkedett a Kolostor udvarára. Ez meg, ki a fene? Eresztette le a fegyverét kerintön. Ha nem tévedek, Kabir lelfelügyelő visszatért, mondtam. 118. A helikopter nem volt túl terhelve, Kabir lelfelügyelőn kívül a gép és egy mindeddig ismeretlen, turbános férfi érkezett rajta. Kabir lel kimászott a gépből, és oda akart sétálni hozzánk, de aztán meggondolta magát. Előbb egy jókora pisztolyt húzott ki a hóna alá erősített tokból. A másik, alacsony, szakállas fickó a zsebéből rántotta elő a magáét. Ő könnyen megtehette, mivel az ő fegyvere csak fel akkora volt, mint Kabir Lali. Kabir szemügyre vett bennünket. Főleg a sebétében elhaigált, füvön heverő puskák érdekelték. Hát ez meg micsoda? Kérdezte. Fegyver kiállítás. Kerinton villám gyorsan visszavonult a sátrába, még mielőtt Kabir Lel észrevehette volna. Kabir Lel az egyik elhajított puskához ment alig, ha nem Austiné lehetett, és megszagolta. Ebből a puskából lőttek állapította meg. Még hozzá nem is régen. Mi történt itt, emberek? Hol van Emmer Kerinton? Kerinton sóhajtott még kívül is hallottuk, aztán kimerészkedett a sátrából. Még mindig aggodalmas képpel, mintha arra gyanakodott volna, hogy dörmöt utánozza Kabirlel hangját, és amint felbukkan a sátra ajtajában, mindjárt meg is kínálja egy golyóval. Ki jönne a sátorból, Emmer kerintön. -kerintön kijött a sátrából. Bicegett, ami azonnal feltűnt a felügyelőnek. Csak nem történt valami önnel, Emmer -kerintön. Kérdezte összerántva a szemöldökét. Pisztolya még mindig ott volt a kezében, láttam, hogy egyelőre esze ágában sincs eltenni. Fája a lábam, nyögte kerintön. A magasságtól van. Kérdezte együttérzőnk a billel. Inkább a mélységtől sóhajtott kerintön. Csak nem esett bele egy szakadékba. Egy gödörbe helyesbített kerintön. A fenébe is, hát nem tudta, hogy a himalájában minden lépésére vigyáznia kell. Most tanulom, mondta Emmer kerintön. Nem látom Emmer Dermottot. Pedig itt vagyok, jelentkezett Mr. Dermott. A fűben ült egy puska mellett, ám szemmel láthatóan esze ágában sem volt használni. Kabil lel végre eltette a pisztolyát, és a másik zsaru is az övét. Mr. Dermot a fűben maradt, meg sem próbált felállni. Kabil lel oda hozzá, és sajnálkozva lenézett rá. Jól van, Mr. Dermot. Fáj egy kicsit a lábam morogta Mr. Dermot. No fene. Csak nem gödörbe lépett maga is. Mondhatjuk felelte dörmöt. Kabi lelletérdelt mellé. Mutassa a lábát. Mr. Dermot felhúzta a nadrágja szárát, és megmutatta. Mi a fene, csak nem egy mongóz harabdálta meg. Kinek fáj még a lába? Nem volt több jelentkező. Kabi felállt és leporolgatta a térdét, pedig inkább azt kellett volna megnéznie, hogy nem törötte bele a fű. A felügyelő szép, világos barna nadrágot viselt, nem állt volna jól rajta két élénk zöld folt néma csend honolt a tájon. Csak kutyák ugattak a faluban. Sok-sok kutya. Mintha a mai estén valahogy megemelkedett volna a számuk. Ráadásul telehold volt, amit a kutyák köztudottan kutya zenével szoktak megünnepelni. Emmer Lorenz. Kérdezte a felügyelő. Egy kis félreértés volt csupán magyaráztam. És egy kis lövöldözés, mi? Már értem. Maguk célba lőttek. Én meg már, amilyen tapasztalatlan zsaru vagyok, azt hittem, egymásra vadáztak. Na de ilyet. Ő szintén elcsodálkozott a tapasztalatlanságán. Hány halotjuk is van már egyáltalán? Különben tudják, mit. Ne is számolgassuk őket ezen a szép, holdas éjszakán. Ahelyett, hogy a Himalájának örülnénk, hol mi eszeveszett gyilkosságokkal kellene foglalkoznunk. Vagy nem is történt gyilkosság mostanában errefelé. Emmer, Emmer Carrington. Emmer Carrington megnyalta a szája szélét, mintha meg akarta volna akadályozni, hogy kellemetlen szavak jöjjenek ki rajta. Hát, az úgy volt, már szólni is akartam, hogy azért voltak itt rejtélyes ügyek. Akad néhány halott is. Mit nem hallok? Hökkent meg a felügyelő. Csak nem a múmia átka. Már mintha olvastam volna ilyenről. Maga hisz benne, Emmer Carrington. Hát tulajdonképpen, nem is tudom. Mr. Dermot. Ami azt illeti. Tudják, miért kérdezem. Mert furcsa, hogy mindketten gödörbe léptek. Hát ha a múmia rendezte így, akit keresnek. És a gyilkosságok is. Apropó, megtalálták már a múmiát. Sajnos még, nem nyögte kerintön. Sajnos nem csatlakozott hozzá Mr. Dermot. Megtaláltuk, mondtam akkor én. 119. Hogy? kérdezte összeráncolva a homlokát Kabirlel felügyelő. Mit mondott? Megtaláltuk a múmiát ismételtem. Megtalálták. Hökkent meg Kabirlel. Ki találta meg? Én mondtam. Kerintön eltátotta a száját. Mr. Dermot ugyancsak. És a többiek is úgy néztek rám, mintha maga Tára Isten asszony ereszkedett volna leközénk, bikiniben, arandiadémmal a fején. Jézusom! Nyögte Kerintön. Ez, igaz. Emer Lorenz, ön tényleg megtalálta. Meg én. Bólintottam. Ezt nem hiszem el. Tiltakozott Dörmött. Ha megtalálta, akkor mutassa is meg. Erre is sor fog kerülni, ígértem. Hol, találta meg. Holnap megmutatom. A Kolostoron kívül. Erre már nem válaszoltam. Kerintön a hold felé emelte két karját és nagyot ordított. Megtaláltuk. Megtaláltuk! Mi találtuk meg? Én találtam meg! Ennyien mind a három múmia. Kabir lelfúcsán nézett rám. Tehát ön találta meg? Miért nem mutatta meg akkor másoknak? Magára vártam, mondtam. Maga tudta, hogy jövök. Feltételeztem. Érdekes. Tegnap előtt még én sem tudtam. Most pedig kénytelenek leszünk felverni nyimarimpócsét, vagy a helikopterben alszunk. Maga melyiket választja, Ahmed? 120. Mielőtt lefeküdtem volna, volt még egy kis dolgom. Vártam valakit, és nagyon bíztam benne, hogy ezen az éjszakán végre beszélni tudok vele. Arról, hogy ide érkezett, már tudomást szereztem. A kutyák olyan erősen és támadón ugattak a faluban, hogy nem volt vitás, megjött, akire vártam. Kisétáltam a kapu elé. A 38-as Smith Wesson természetesen a zsebemben volt. Amilyen mostanában az időjárás erre felé, jobb ha az ember nem távolodik el túlságosan messzire a fegyverétől. Emberem mégis úgy lepett meg, hogy ha rossz szándékai lettek volna, biztos elkéstem volna a védekezéssel. Az egyik pillanatban még nem volt sehol, a másikban pedig már ott állt szemben velem. Széles karimájú kalapja eltakarta az arcát, én mégis tudtam, hogy ő az. Különösebb köszöngetés nélkül leguggoltam a sarkamra, ahogy a nomádok teszik, s amely alaposan megviseli annak a lábát, aki nem szokott hozzá. A frissen érkezett is leguggolt, és levette a kalapját. Megtörölgette a fejét egy kendővel, és csak ekkor nézett rám. Megjöttél, barátom. Kérdeztem tőle. A férfi bólintott. Megjöttem. Hallottam, mondtam. Mind itt vannak mosolyodott el vászonkabátja zsebébe nyúlt és kihúzott belőle egy pipát. Hosszú nyelű kis fejű jószág volt, amilyenbe alig gyűszűnyi dohány fér csak bele. Ismét a zsebébe nyúlt, előkotort egy kis dohányzacskót és megtömte belőle a pipát. Milyen volt az utad? Kérdeztem. Furcsa mondta. Mi volt benne a furcsa? Hogy még sosem csináltam ilyet. Nehéz volt. A jakokkal könnyebb. A kalapos férfi meggyújtotta a pipát, szívott egy kicsit, aztán felém nyújtotta. Elvettem, szívtam pár slukkot belőle én is, aztán visszaadtam neki. Tenyerébe verte a pipöfejének tartalmát, és a pipát visszadukta a zsebébe. Akkor hát, ahogy megegyeztünk. Kérdezte. Úgy van bólintottam rá. Van-e Kérdezte. Egy szent életű szerzetes kisújjának a csontjam mondtam. Delhiben vettem. Ostoba voltál, hogy megvetted nevette el magát. Amikor ott jártam, rám is rám akartak sózni egyet. Csak hogy én nem vettem meg. Nincs a világon annyi halott szent, amennyi csontot árulnak a piacon. Akkor most mi legyen? Kérdeztem. Nem kell ide Amulet legyintett. Estére legyetek készen. Egyedül vagy velük. Ötem vagyunk. Egyedül nem bírnám. Rendben lesz minden. Részemről biztosan. Most pedig mutasd meg a terepet. Megmutattam neki. 121. Meleg nyári reggelre ébredtem. Éppen azon töprengtem, hogy fel kellene keresnem Kabirlel felügyelőt, amikor egy szerzetes dugta be a fejét az ajtónyíláson. Blobsang Rimpócse. Kérdezte. Én vagyok. Nyíma Rimpócse szeretne beszélni veled. Nyima Rimpócse kedvetlen volt, amit nem is csodáltam. Ha én lettem volna karcsik főlámája, én is kedvetlen lettem volna. Megjegyzem, hogy bár nem voltam az, így is elég kedvetlen voltam. Figyelj rám, Rimpó miután leültetett néhány ülőpárnára egy rövidlábú kis asztalka mellé. Szembeült velem, miután saját, szentséges kezeivel egy gőzölgő teáskancsót tett az asztalra. Sütemény is akadt mellé, sőt szárított sajtszeletek is. Szóval, figyelj rám, Kérlek. Tudtam, mi következik, de azért figyeltem. Már csak az illem kedvéért is. Jó magam tisztellek téged, Rimpó kezdte ismét, miután megittunk félcsészényi teát. Nagyon is tisztellek. Tudom, hogy nagy tudású férfiú vagy, jobban ismered a mi vallásunkat, sákja Buddha hitét, mint sokan a szerzetesek közül. Mert hogy közöttük is van elég ostoba én mondom ezt neked, és el is hiheted, elvégre főláma vagyok, ismerem a szerzeteseket. Így amikor értesültem róla, hogy múmiákat keresel, még segítettem is neked. Segítettem, mert azt akartam, hogy azok a múmiák tisztes helyre kerüljenek. Azt beszélték, hogy Tibetből kerültek Indiába Nepálon keresztül, és Duxnak, Damárunak és drélbunak hívják őket. Igaz, az előtt még nem igen hallottam róluk, de ez nem jelent semmit. Gyerekkoromban Kínában éltem, ott másfajta szenteket is tisztelnek, mint errefelé. Ennek ellenére, amikor meghallottam, hogy a három múmia szerzetes itt rejtőzködik Indiában, méltatlan helyen, magam is azon voltam, hogy méltó helyre kerüljenek. És amikor megtudtam, hogy te keresed őket, segíteni akartam neked. Ezért is hoztam tudomásodra, hogy milyen rejtélyes események zajlottak itt, a Kolostorom környékén. Valahogy biztos voltam benne, hogy a három szerzetes közül egy biztosan itt található. Természetesen fogalmam sem volt róla, hogy miért történt mindaz, ami történt, de arra gondoltam, hogy te majd keresel rá megfelelő magyarázatot. Túl zavaros volt nekem ez a történet, Rimpóce, és úgy döntöttem, hogy nem foglalkozom vele. Itt vagy te, okos is vagy, nagy tudású, nálam többet tudsz a világ dolgairól. Ezért azt akartam, hogy keresd meg te, aztán vidd el a kolostoromból valamilyen méltóbb helyre. Ezt akartam én, Rimpócse. Bólintottam. Valóban ezt akarta. Csak hogy nem úgy alakultak dolgok, Rimbóce, ahogy szerettem volna. Tudásodtól és tapasztalataittól lenyűgözve megengedtem neked, hogy próbáld megkeresni azt a szerzetest, amelyik nálam rejtőzik. Még azt sem bántam, hogy mások is keresik, elvégre egy kis halad kergettél a nagy tengerben. Azt hittem, szépen szót értve egymással, megkeresitek a múmiát, a hozzá csatlakozott gazdag emberek pedig kifizetik a költségeidet. És az én költségeimet is. Nyímarimpó szerény volt, meg kell hagyni. Azzal, hogy üzletelt a múmiakeresőkkel, keresőkkel, nem igen dicsekedett. Velük kapcsolatban ugyancsak takarékosan bánt a szavakkal. Csak hogy csalódtam, Rimbócse, nagyot csalódtam sóhajtotta. Mindenkiben csalódtam. Még magamban is. Azt hittem korábban, hogy ti, akik a múmiát keresitek, békében és barátságban keresitek, s ha néha egy kicsi borsot is törtök egymás orra alá, nem sokat számít tudom, hogy egy olyan szent dolgot megtalálni, mint egy önmagát mumifikáló szerzetes, nagy dicsőséggel jár, és ki nem óhajt egy kis dicsőséghez jutni. Néha még én is, amikor kénytelen vagyok az evilági dolgokkal törődni a helyet, hogy kedvem szerint, kizárólag a túlvilágiakkal törődhetnék. Szóval a helyet, hogy béke uralkodna köztetek, lassan kitör a nyílt háború. Legrosszabb álmomban sem gondoltam arra, hogy ez fog történni egyszer a kolostoromban. A halálesetekre gondolok, Rimpócse. Még konkrétabban a gyilkosságokra. Ez nagyon-nagyon bánt engem, Rimpócse, és félelemmel is tölt el. Gyilkosság az én kolostoromban. Ezt korábban még elképzelni sem mertem volna. Hány embert is öltek meg azóta, hogy ide érkeztetek? Őszintén szólva. Látod, még te sem tudod pontosan. Egy kicsit utána kell gondolnom. És hányat sebesítettek meg? Hány verekedés történt, és hány lövöldözés? Se szeri, se száma. Ha csak rájuk gondolok, szédülni kezdek, rimbócse. És az még nagyobb baj, hogy már tőled is szédülök, rimbócse, és a bajuszostól is szédülök. Ez pedig nagyon rossz dolog, rimbócse. Ezért hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy végleg kitiltalak benneteket a kolostorból. Már kitiltottál, emlékeztettem. Az épületből de most a kolostor környékéről is kitiltalak benneteket. És minden engedélyt, amelyet akár szóban, akár írásban adtam nektek, semmisnek nyilvánítok. Megtiltom, hogy tovább keressétek a szerzetest. A lámáim félnek tőletek, és el akarják hagyni a kolostort. Arról beszélnek, hogy egy gonosz démon belétek bújt, és így lopódzott be a kolostorba. Tamrinnak, a istennek a démonfalnál fülön kellett volna csípnie, de talán elbóbiskolt egy kicsit. Tehát, Rimpócse, ismertetem veled a határozatomat. Egy héten belül el kell hagynotok a kolostorom környékét, mert ha nem. Bármennyire is kedvellek, Rimpócse, ki kell hívnom a rendőrséget, és el kell mondanom nekik, hogy mi történt itt, amióta ti ide érkeztetek. Hulla-hulla hátán szóval a rendőrség meg fogja tudni. Már meg tudta, mondtam, beleszülcsölve a teámba. Kellemes himalájai tea volt, éppen csak annyira évöz, amennyire illett. Nyíma Rimpó meghökkent. Már, megtudta. Csodálkozott. Meg bizony bólintottam. Hát ha tudja, annál jobb. Ide fogom hívni őket. Szürcsöltem még egy kicsit a teából. Igazán ízletes volt. Ezzel is elkéstél, mondtam. Nyíma Rimpó felugrott ültő helyéből és rám förmett. Mi az ördöggel késtem el, mi? Azzal, hogy ide hívd a rendőrséget. És, miért késtem volna el vele? Mert már itt vannak, mondtam. 122. Emmer kerintőn olyan ideges volt, mintha újabb hullát találtunk volna valahol. Hajnaltól kezdve fájt a lába, kénytelen volt fájdalom csillapítót szedni, amely, úgy látszik, még nem fejtette ki teljesen a hatását az ágy szélén ült és keservesen nézett rám. Szeretnék magába látni nyögte végül, amikor már jó ideje mustrálgatott. Képtelen vagyok eldönteni, hogy higgyek-e magának vagy sem. Pedig megtaláltam mondtam. Látta is, vagy csak úgy gondolja, hogy megtalálta. Természetesen meggyőződtem róla, hogy ő az. Egyszerűen nem akarom elhinni csapott idegesen az ágyra. Különben is, már egyáltalán nem érdekel az a múmia. Maradjon ott, ahol van. Felpakolunk és elmegyünk innen a fenébe. Ha itt maradok, amputálni kell a lábamat. Na és ha Mr. Dermot találja meg. Már az sem izgat. A lábam többet ér, mint három múmia egybevéve. A múmia pedig csak legyen Dermotté. Vigye el az ördög vele együtt vissza akarok fordulni, haza akarok menni. Ők csak rohadjanak itt, és örvendezzenek a diadaluknak. Ezt nem értem játszottam meg a hülyét. Már annyi pénzt áldozott rá, miért akar megfutamodni. Most már nem érdekelnek a múmiák. Sőt. Már kifejezetten undorodom tőlük. Nem is értem, hogy lehettem ilyen ostoba. Szóljon a többeknek, hogy felszedjük a sátorfát, és elindulunk vissza. Nincsenek jakjaink figyelmeztettem. Hát akkor szerezzen a faluból. Nem azért szerződtettem, tettem, hogy ne csináljon semmit. Elmegyek innen, és ebben nem szólhat bele senki. Ebben alig, ha nem téved sóhajtottam. Gondoljon csak a gyilkosságokra. Ez a történet már nem csak a múmiákról szól. Vannak összeköttetéseim új Delhiben. Új Delhi messze van, Kabir lel pedig közel ahogy az ágya szélén gubbasztott, ismét csak egy óriás pókra hasonlított. Kérdezhetek valamit. Mit akar? Menjen inkább jakot keresni. Arról van szó, hogy egyszer-kétszer megfordultam új Delhi és Csennai között. Vonaton. Tudja, azon, amelyet már többször is kiraboltak. És. Én is szemtanúja voltam egy-két rablásnak. Hogy a fenébe jön ez ide? tapogatta meg a lábát, és bőszen sziszegett is mellé. A vonaton láttam egy hölgyet, kék száriba öltözve. Nagyon csinos nő volt. A fenébe is, kinek van kedve a maga ízléstelen kalandjait hallgatni. A nő azt mondta, hogy Balini nem száhiba neve. Mond ez magának valamit. Hogy az ördögbe mondana. Ki az végül is? Erre lennék én is kíváncsi. Képzelje, ez a nő már többször is feltűnt itt, a környéken. Biztosan téved vonta meg a vállát. Az európai ember számára a keleti nők mind egyformák. Be is mutatkozott. Mi az ördögöt akar végül is tőlem? A helyett, hogy? Csak úgy megkérdeztem. No mindegy. Az a lényeg, hogy este elmegyünk a múmiáért és idehozzuk magának. Már ha nem akar velünk jönni. Kerintön sápat volt, mintha tej keringett volna az ereiben. Figyeljen ide, mondta lehalkítva a hangját, nehogy a szomszéd sátrakban is meghallhassák. Nem kell nyugtalankodnia a pénze miatt. Ha nem találjuk meg a múmiát, akkor is megkapja. Sőt, akkor jóval többet kap. Adok elismervényt is róla. Maga félrebeszél, csóváltam meg a fejem. Nem értem. Nem is kell, hogy megértse vágott közbe. Egy a lényeg. Nem kell a múmia, nem akarom látni, el akarok menni innen, még ma. Vagy legkésőbb holnap. Úgy, hogy ne vegye észre ez a sarú. Újdelhiben majd mindent elintézek. Tényleg megtalálta a múmiát. Tényleg bólintottam. Akkor tüntesse el. Semmisítse meg. Meg semmisíteni. Hökkentem meg. Egy szent erekét. Maga csak tegye, amit mondok. Már késő mondtam. Úgy is tudják. Kicsoda és mit hogy a múmiának semmi köze a három szent szerzeteshez. Ez a múmia nemrég még élő ember volt. És a másik kettő is, amit már megtaláltam. Kerinton bólintott. Rendben van. Akkor mégiscsak megnézném, hogy mit talált. 123. Miss Palmerre a kőkerítés mellett találtam rá. Neki döntötte a hátát és lehúnyt szemmel napozott. Nem akartam megijeszteni, ezért ahogy a közelébe értem, megköszörültem a torkomat. Hogy van, gördő? Kérdeztem. Megvagyok felelte fáradt hangon. A többiek. Mr. Dermottal veszekszenek. Hogy hogy veszekszenek? Kérdeztem. Dermottot elkapta a menekülési vágy. Vissza akar menni új Delhibe. Azt mondta, nem érdekli már a múmia. Azt is elmondta, miért. Rettenetesen fáj a lába. Attól fél, hogy le kell majd vágni. Ezért inkább visszalép a múmia megkeresésétől. Annyira fáj a lába, hogy nem is akarja látni. Aztán érthetetlen dolog történt. Beszélt Czárringtonnal. Mikor? Kiderült, hogy korábban, mint ahogy velem beszélt. Mr. Dermot itt akarja hagyni a múmiát. Csak éppen zavarja valami. Az, hogy ön állítólag megtalálta azt mondta, ha megvan a múmia, akkor meg akarja semmisíteni. Azt mondta, rádöbbent, hogy az a legjobb, ha a múmia visszakerül az anyaföldbe, ahonnan vétetett. Por volt, és por is lesz. Megveszi Emmer Carringtontól és elégeti. Aztán azonnal indulunk vissza új Delhibe. Leslie, kérem, én nem érzem valami jól magam. Rossz érzéseim vannak. Úgy érzem, hogy még csak az elején vagyunk valami borzalomnak, és még szörnyűbb dolgok várnak ránk, mint amiken már átmentünk. Mi lehet szörnyűbb néhány gyilkosságnál? Az, például, ha bennünket gyilkolnak meg. Ez nevetséges, igyekeztem megnyugtatni. Itt vannak a rendőrök is. Csak ketten vannak és egy helikopterpilóta. Rémeket lát, gördő. Bár csak úgy lenne. Én, félek ettől a múmiától, Leslie. Nem tudom miért, de félek. Gópi is fél tőle. Ő azt mondja, úgy érzi, hogy ez a három szerencsétlen, akiket ön megtalált, nem önmagát mumifikálta, hanem más tette velük. Más. Hökkentem meg. Kire gondol? Gópi azt mondta, hogy a gonosz istenek gyúrták őket gonosz indulatból, és ők engedték őket az emberek közé. Nem szabad a három múmiának soha találkoznia. Ezt kerintőn és Mr. Dermot is tudja. Ezután úgy gondoltam, beszélnem kellene a Billallal. A helikopter az udvar egyik távolabbi szegletében állt, rotorja majd a falat érintette. Előbb körbejártam, azt remélve, hogy megpillantom valamelyik zsarut, de a gép körül és a belsejében is mozdulatlan volt minden. Megpróbáltam kinyitni az ajtaját, de nem sikerült. Ezután nyima keresésére indultam. Vele is szót akartam váltani, de ez sem sikerült. Közvetlenül az ajtaja előtt egy szerzetesült, egy kis asztalka mellett, néhány ülőpárnán. Fiatal szerzetes volt, és nagy szorgalommal körmölt valamit egy papírra. Mivel mindeddig még nem volt sem asztal, sem ülőpárna, sem szerzetes növendék nyimarimpócse ajtaja előtt, nem gondolhattam másra, mint hogy tiszteletemre tették oda őket. A szerzetes felpillantott, és amikor észrevette, hogy én vagyok az ő bizonyára ismert engem, igyekezett komor képet vágni. Nyímarin jöttem, mondtam. A fiatal láma vett egy mély lélegzetet. Nyímarin nincs a szobájában. Tudod, hol van? Nem tudom, Rimpóce. Valószínűleg imádkozik. Hol imádkozik? Ki tudja? Vonta meg a vállát. Nyíma Rimpocse szeret egyedül imádkozni néha napokra is eltűnik, mint most is. Azért talán mégis csak tudsz valamit. Látható szomorúsággal rázta meg a fejét. Én még új vagyok itt, Rimpócse. Velem nem közölnek semmit. Nekem csak parancsolnak. Ma éppen azt parancsolták, hogy jöjjek le ide, erre a helyre, és mindenkinek, aki nyima keresné, mondjam azt, amit neked mondtam. És közben írjak. Mit írsz? Padma Szambhava történetét kellene röviden összefoglalnom. Csak éppen még egyetlen sort sem olvastam tőle. És ha mesélnék egy kicsit róla, abból megírhatnád a feladatodat. Sajnos, Rimpócse, valóban nem tudom, hol lehet nyíma Rimpócse. Rádöbbentem, hogy kérdezgethetem akár meddig is, nem fogok választ kapni a kérdéseimre. Nyíma Rimpócse kivonta magát a forgalomból. Őszintén szólva meg is tudtam érteni. Nyima nem akart belekeveredni semmibe, így is már ezerszer elátkozhatta a pillanatot, amikor úgy gondolta, hogy segít nekem megtalálni a múmiát. Elköszöntem a szerzetestől, aki tovább körmölt. El nem tudtam képzelni, hogy mit írhat, elvégre még nem is olvasta azokat az íratokat, amelyeknek a lényegét kellett volna kifejtenie. Csak hát a szerzetesek ilyenek, arról is részletesen tudnak írni, amiről még csak nem is hallottak. Mivel valóban szükségem lett volna a billalra, ismét visszamentem a helikopterhez. Ezúttal sem érzékeltem mozgást a közelében. Hé! Felügyelő! Kiáltottam egy nagyot. Könnyű szél támadt és végigfutott a kolostor udvarán. Közben felkapott egy gyufás dobozt a fűről, és nagy örömmel magával vitte. Kabir lel száhib. Ismételtem meg a kiáltásomat, immár hindiül. Hol a csodában van? Nem messze a helikoptertől egy kőoszlop állt, dacolva az idők múlásával. Talán még a régi Indiában építettek itt egy templomot, a rohanó idő azonban csupán egyetlen oszlopot hagyott meg belőle, a többit úgy elvitte, mint a gyufás dobozta szellő. Ahogy az oszlop felé fordultam, mintha Kabirlel világos barna nadrágjának darabkáját láttam volna megvillanni a napfényben. Itt van, felügyelő. Semmi sem moccant a környéken. Feltételeztem, hogy Kabir lel az oszlop mögött bujkál. Valamiért nem akar beszélni velem. Nyilván azt hiszi, én is benne vagyok a történtekben nyakig. Talán még a gyilkosságok is az én lelkemen száradnak. Kihúztam a kaftánom öbléből a revolveremet, és az oszlop felé tartottam. Közben minden erőmmel arra koncentráltam, hogy ha ne talántán kiugrana valaki mögüle azzal a szándékkal, hogy belém pumpáljon egy kis olmot, legyen időm a földre vetni magam. És ez volt a baj. Nevezetesen, hogy annyira az oszlopra figyeltem. Hirtelen piszegni kezdett valaki a hátam mögött. PSC. PSC. Hé. Hey. Villámsebesen megfordultam. Még fordulás közben akkorát átkaptam a fejemre, hogy elsötétült előttem a világ. És sötét is maradt jó sokáig. 124. Amikor felébredtem, a hold éppen a fejem felett világított. Órámra pillantottam, tizenegy felé járt az idő. A meleg ellenére összeborzongtam. Hiába, nem tesz jót az egészségnek, ha akkorát ütnek az ember fejére, hogy elveszíti tőle az eszméletét. Négy kézlábra álltam, így pihentem egy kicsit, majd amikor úgy éreztem, hogy immár el tudnám viselni a függőleges helyzetet is, óvatosan, az igaz, de két lábra álltam. A fejem zúgott, s ahogy odakaptam, ahol különösen lüktetett, jókor a búba ütköztek az ujjaim. Megpróbáltam megállapítani, hol vagyok. Alig száz méterre volt tőlem a kolostor, jó magam a kőfalon túl heveréztem át a délutánt. Gyorsan a zsebemhez kaptam a kezem. Akárki is ütött le, nálam hagyta a 38 -ast. Rendben volt vele minden, akár a levegőbe is lőhettem volna vele dühömben. Hiszen úgy viselkedtem, mint egy nyeretlen két éves. Nem lett volna szabad annyira az oszlopra koncentrálnom. És ha már megtettem, legalább ne fordultam volna meg olyan vigyázatlanul. Némi töprengés után elindultam a kolostor kapu felé. Közben egyre azon jártattam az agyam, hogy vajon kiüthetett le, és miért. És ha már leütött, miért hagyta nálam a fegyveremet. Pár perc múlva ismét a helikopternél voltam. A hold szerencsére bőven szórta rá a fényét, ezért jól láttam a nagy semmit. Kabillalt és a másik kettőt elnyelte a föld. Csak reménykedhettem benne, hogy nem ez történt szó szerint. Kezemben a revolveremmel tovább mentem a sátrak felé. A holdat hirtelen jött felhők takarták el, amitől egyszeriben barátságtalanná vált a világ. A sátrak sötétbe rejtőzve várakoztak rám. Haboztam egy sort, mielőtt megközelítettem volna őket, Közben minden lépés után a lába mellé néztem. Nem szerettem volna csapdába ragadni. Megkerestem ember sátrát. Nyitva volt az ajtaja. És nyitva volt a többi sátoré is. Egyik sátorban sem volt senki. Arra végképp nem gondoltam, hogy a sajátomban találok majd valakit. És mégis ott találtam. Éppen csak végigfutott a belsején a pillantásom, és már fordultam is ki belőle. Nem emlékeztem rá, én hagytam ennyitva, vagy erőszakkal feszítették ki. A lakatomat sem találtam sehol. Hirtelen halk suttogás ütötte meg a fülemet. Leslie, maga az. Lebuktam a földre, és a hang felé fordítottam a stukkercsövét. Közben alaposan belevertem a fejem a sátor ajtajának fa keretébe. Éreztem, hogy ismét megfordul velem a világ, de szerencsére ezúttal megúsztam ájulás nélkül. A hang Miss Palmeré volt. Erről pillanatokkal később meg is győződhettem. Istenem, Istenem! Sóhajtotta. Már azt hittem, megölték. Göldök kibújt az ágyam alól, és úgy kapkodta a levegőt, mintha megkergették volna. Hát maga, hogy kerül ide? Kérdeztem. Elbújtam, felelte. Hol vannak a többiek? Elmentek. Hova? Megkeresni a múmiát. Maga miért nem ment velük? Mert amikor Emmer Austin elkapta a rendőröket és a pilótát, sejtettem, hogy rosszban sántikálnak. Úgy érti, hogy Emmer Austin Mr. Dermot utasítására elkapta a zsarukat. Nem tudom, kinek a parancsára, de elkapta. Mr. Dermot rá kiabált ugyan, hogy talán megőrült, vagy mi, de Austin csak nevetett, és azt mondta, hogy örüljön Mr. Dermot, ha nem ereszt a fejébe néhány golyót. És Emmer Ketsz is ugyanezt mondta a többieknek. Nem voltam egészen tisztában vele, hogy amíg én ájultan heveréztem a virágos mezőn, mi történhetett a táborban. Nagyon úgy nézett ki a dolog, mintha Emmer Austin és a Jánbor Emmer Ketsz nem engedelmeskedtek volna többé a gazdáiknak. Én akkor, bemásztam az ágya alá. És szerencsém volt, hogy ezt tettem, mert különben már én is ott lennék. Holott? Azt nem tudom nem tudja konkrétan, hova mentek. Talán a régi hakangba. Gópi úgy érzi, hogy ott van a holtözt. Gopikának néha furcsa megérzései vannak. Velem jön. Én már én is kíváncsi vagyok a régi hakangra, mondtam óvatosan. Akkor hát, gyerünk. Félúton járhattunk, amikor Miss Palmer úgy eltűnt mögülem, mintha köddé változott volna. Pedig köd aztán nem volt ezen az éjszakán. Olyan száraz volt a levegő, hogy szinte zörgött, mint a papír. Néhány lépésnyire voltam már a kaputól, amely arra a folyosóra vezetett, ahonnan a régél hakang nyílt. A kapu félig nyitva állt, magasra emeltem a lábam és szertartásosan átléptem a küszöböt. Hát ha az alatta lakó gazda szellemek vagy istenek segítenek rajtam. A folyosó után bejárat a hakang bejárata következett. A négy hatalmas szobor, a négy világtáj mintha rám kacsingattak volna. Mintha inteni akartak volna attól, hogy belépjek a hakangba. Sajnos ezúttal nem hallgathattam rájuk. Elfordítottam a fejem, mint aki észre sem vette a figyelmeztetésüket, és már is mentem tovább. Talán öt-hat lépést tehettem meg, amikor megpillantottam őket. Emmer Austin alig néhány centiméternyire állt tőlem, s amikor megtorpantam, azonnal a halándékomhoz nyomta a fegyvere csövét. Megjött a kis jövevény mondta annyi gyűlölettel a hangjában, hogy ha egy tengerjáróra rakták volna, biztos elsüllyedt volna alatta. Ahogy hozzászokott szemem a félhomályhoz és az oltárokon álló gyertyák lobogásához, azonnal felfedeztem őket. Ott szorongtak valamennyien két szobor között, és megkönnyebbülve néztek rám. Mintha azt várták volna tőlem, hogy húzzam ki őket a lekvárból. Ahhoz sajnos előbb magamat kellett volna kihúznom. Ráadásul a saját hajamnál fogva, mint annak idején Münchhausen báró. Nos, Lorenz sütött a gyűlölet Austin hangjából. Fordult a kocka. Senki nem parancsolja meg nekünk többé, hogy mit tegyünk és mit ne. Igaz, Robert. Igaz bólintott Emmerketsz. Emmerketsz kezében egy kis géppisztoly volt, és hol a többiekre, hol rám, hol pedig csak úgy a levegőre fogta. Figyeljen ide, nagy okos mondta Emmer Austin megbirizgálva a nyakamat a puskájával. Háromszor kutattam át ezt a szaros termet, de egyszer sem találtam benne semmit. Még mindig azt állítja, hogy itt van elrejtve a múmia. Azt állítom, mondtam. Jól van, sóhajtotta. Tehát azt állítja. Akkor hát, lásson hozzá is varázsolja elő nekünk. Ha megteszi, marad valami kis esélye, de ha nem, azonnal agyonlövöm. lövöm velem ne szórakozzon senki. Akkor hát, óra indul. Hozza ide valaki azt a szobrot mutattam egy falhoz támasztott sérült szoborra. Másfél méteres magasságával alig ha nem ő lehetett a törpe az istenek között. Tegyék, amit mond emelte fel a hangját Austin. Emmer kecintésére a billel felügyelő és a pilóta nagy nyögések közepette odatolták a nyomorék szobrot, ahova mutattam. És most? Kérdezte Austin most mit akar csinálni? Felálltam a szobor torzóra, elkaptam a mennyezetről lelógott hangák végét és kicsit lendítettem rajtuk. Éreztem, hogy a múmia még ott van a helyén. A két óriási itt hanka közé szorult, mintha zsákba dugtam volna. Itt van mutattam a hangkákra. A kettő között. Emmer Austin gyanakodva bámult felfelé. A kettő között. Kérdezte. Nézze meg, ha akarja. Robert, Vigyázz rájuk! Aztán kíméletlenül lelökött a szoborról, és a helyemre kapaszkodott. Láttam, hogy kivesz a zsebéből egy kést, és megpróbálja a pengéjével elválasztani egymástól a két összeragasztott hankát. Még egy nyisszantás, és a múmia kiszabadult a börtönéből, Austin utána kapott, de még idejében visszarántotta a kezét. A francba. Szitkozódott. A büdös francba. Láttam rajta hogy meg van szeppenve. Úgy tűnt, nem szokott hozzá a feketére aszott múmiák látványához. Hát még az ölelgetésükhöz. A múmia lehuppant a padlóra. Austin leugrott a szobortorzóról és biztos távolságból bámult rá. De rendő vagy, hogy a fene vigyen el. Vigyáz, Robert, egy pillanatra se vedd le róluk a szemed. Jó magam a múmia helyett inkább a társaimat fürkésztem fegyvereik nem messze tőlük, azon a helyen feküdtek, ahonnan a szobortorzót a hangkák alágurították. Ők maguk úgy összekeveredtek a többiekkel, hogy csak nehezen lehetett volna szétválasztani őket. Ott láttam a nagy összevisszaságban Emmer Dermottot és Emmer Carlingtont, Barkert, aki ki tudja, miért, nem csatlakozott Austinhoz és Kathoz, Gopikát, Mahendrát, Alibabát, valamint Kabir felügyelőt, az Ahmed nevű Zsarut és a helikopterpilótát. Ez utóbbi hosszú szakálló, turbános fickó volt, inkább szentembernek, azaz Száthúnak nézett ki, mint sem pilótának. Arra gondoltam, hogy a Száthú varázslókat is elérhette a modern kor szelleme, eddig többnyire csak saját, mágikus erejüknél fogva repkedtek a levegőben, mostanában viszont nem elégettek már meg ezzel, hanem helikopterre szálltak, sőt, még vezették is őket. Emmer ballottott azonban Miss Palmerhez és Domingoshoz hasonlóan nem láttam közöttük. Emmer Austin csípőre tette a kezét és a múmiára bámult. Mi a franc van ezen? Senki nem válaszolt. Austin ekkor oldalba ütött a puskája a tusával. Amíg a tankákat vagdosta, a vállára akasztotta, most azonban, ahogy a múmia kiszabadult a rejtekéből, ismét a kezébe vette. Kérdeztem valamit, hé. Nem értem. Mit kérdezett? Hogy mitől ilyen fekete ez a pasas? A múmiák általában feketék, mondtam. Ritkán látni rózsaszín múmiát. Emmer Austin fenyegetőn villantotta rám a szemét. Ez valami vicc volt. Bekenték valamivel, mondtam. Miért? Ez a fekete máz, tartósító anyag. Hogy ne essen szét. Austin töprengve nézett a múmiára. Végül is ki ez a fickó. Mondtam neki, hogy vagy Drilbu vagy Dux vagy Damaru. Vagy egyik sem tettem aztán hozzá gondolatban. Ez egy ritka múmia, mi? Elég ritka bólintottam. Ami ritka, az sokat ér, nem igaz? Általában igen vontam meg a vállam. És ez? Ez is sokat érhet. Cirka mennyit? Nehéz megmondani. A régészeti leleteknek nem lehet pontosan meghatározni az értékét. Azért csak becsülje meg nekem. Maga ért hozzájuk, nem. Nem mernék vállalkozni a feladatra, mondtam. Austin erre az oldalamba nyomta a puska csövét. Egy, kettő. Most már merek, mondtam. Nos, mennyit érhet? Tíz milliót, mondtam. Rúpiát. Dollárt. Austin majd elejtette a puskáját megrökönyödésében. Ez a fekete undormány tíz milliót ér. úgy tudja, mit beszél? Tudom, bólintottam. Hallod, Robert? Nézett emberkatra. millió dolcsi. Nem semmi. És hogy kell az ilyet eladni? Először is ki kell csempészni az országból. A francba. És azt hogy kell csinálni? Egy tapasztalt emberre kell bízni a dolgot. Akkor sikerülhet. Az a megbízott ügyességén múlik. Ez, gondolom, nincs ingyen. Tíz százalék, mondtam. Tíz százalék. Ez rablás. Horkant fel. Ennyi a tarifája. Emmer Austin szórós szemekkel nézett rám. Maga ismer ilyen embert? Az attól függ, mondtam, hogy ki kérdezi. Értem? Ezzel kész a buli. Korán sem mondtam. Ha kicsempészte Indiából és becsempészte, mondjuk Angliába vagy az Egyesült Államokba, akkor el is kell adni. Kell találni egy orgazdát, aki eladja. Ismer ilyet? Ismerjek. Emmer Austin ismét megütögette az oldalamat a fegyvere csövével. Ismerek, mondtam. Neki mennyi jár? 20 százalék. Mennyi? Hördült fel. 20 százalék. Ennyi a terifő. És ha nem. Akkor a nyakán marad az áru. Házalni vele túlságosan veszélyes. És ha, tegyük fel, megbíznám magát az értékesítéssel, mennyi idő alatt tudná eladni. Attól függ mondtam. Például kérdés, hogy mennyire telített a piac. Ezt nem értem. Nem baj vigasztaltam. Aki el akarja adni, az érti. Robert. Emmer Ketsz gyanúsan hallgatott. Nos, mi a véleményed? Hát én nem is tudom birizgálta meg a fegyverét Ketsz, mintha nem is annyira a múmia, mint inkább a géppisztolya izgatná. Nem is tudom. Mit nem tudsz? Hogy nem lesz-e kevés egyiküknek a maradék pénz? Austin pillanatok alatt megértette, miről szól a terefere. Lőni akart, de Emmer Ketsz megelőzte. A szelidóriás kezében eldördült a fegyver, négy-öt golyó is kiröppent belőle, szépen sorban. Hogy hány találta el Emmer Austint, fogalmam sem volt róla, egy biztosan, mert kiejtette a kezéből a puskáját és leroskatta földre. Mit csináltál, te barom? Nyögte te ostoba állat. Kellett nekem. Ketsz odalépett hozzám, és most ő bökte az oldalamnak a fegyverecsövét. csövét. Vegye fel Austin fegyverét, Emmer Lorenz. Lehajoltam és felvettem. Kabi lel megérezte, hogy ha valamikor meg akarja próbálni a lehetetlent, akkor itt az alkalom. A halomba rakott fegyverek felé vetette magát, de abban a pillanatban mintha kukorika pattogtató lépett volna üzembe. Ezúttal nem találtak el senkit a golyók, ott pattogtak ugyan centiméterekkel Kabirlel előtt, de, mint kiderült, nem sebesítették meg. Vissza. Vissza a helyükre. Ordította emelkedsz. Aki nem takarodik vissza. Kabirlel elindult vissza a többiekhez. Négy kézláb. Nem tudom, hogyan fogadták volna távoli kollégái, ha látták volna a produkcióját. Bizonyára valamennyiük tetszését elnyerte volna. Még egyszer végignéztem rajtuk. Emmer Kerington és Mr. Dermot is halálsápat volt, és szemmel láthatóan nem tudták, hogy mit tegyenek. Arra, ami történt, nem voltak felkészülve. Soha nem gondolták volna, hogy a saját embereik fordulnak ellenük. Ráadásul vegyesen. Emmer Ketsz is azt latolgatta magában, hogy hogyan tovább. Úgy látszik, nem bízott bennem miért is bízott volna. Ezért aztán még egyszer megütögette az oldalamat a gép csövével. Dobja el a fegyverét, ha magánál van. Nem tehettem mást, eldobtam. Emmer ekkor Emmer Barkerre nézett. Mit szólsz hozzá, Max? Kérdezte. Max Barker is halocápat volt, mint a többiek. Mihez, Robert? Kérdezte. Ahhoz, ami történt. Hát, egyetértek, mondta Barker. Mit szeretnél jobban, max. Meghalni, vagy néhány milliót a zsebedbe. Bárkör kínosan elvigyorodott. Micsoda kérdése ez, Rob. Most szívadsz. Szükségem lenne rád. Hogy megbízhassak benned. Emmer bárkör szívott egyet az orrán. Én azt szem, hogy megbízhatsz. Biztos ez. túlti Látod, hogy járt Austin. Mutatott a fegyverével a padlón nyögdécselő Austin Rockets. Ugye nem szeretnél így járni? Nem, Rob, egyáltalán nem szeretnék így járni. Akkor okés. De én vagyok a főnök, az is okés. Az is, Rob. Vedd fel Austin fegyverét. Parancsolta. Bár kör kilépett a többiek közül, és felvette. Szeretnék tisztázni valamit, mondta Kedsz. Enyém a múmia. Értve? Értve, Rob. Én mondom meg, hogy kinek mennyi zséjé hullik a zsebébe. Értve? Értve? Kec ekkor hozzám fordult. Menjen oda többiek közé. Majd szólok, ha szükségem lesz magára. Vagy nem is. Inkább maradjon itt a falnál. Neki támaszkodtam a falnak és vártam. Közben a hangokat hallgattam. Austin a földön nyöszörgött, majd a nyöszörgése átkozódásba ment át. Gópi elfojtott zokogása sem javított a helyzeten. Emmerkedsz felém pislogott. Maga szerint most mi az ábra. Kérdezte. Az attól függ, mit akar. Az a kérdés, hogy maga mit akar. Azt remélem, sejti, hogy kinyírok mindenkit. Rosszul tenném mondtam. Maga csak ne jártassa feleslegesen a száját. Azt mondja meg, hogy hajlandó el nekem dolgozni. Akkor megúszhatja élve. Sőt, még egy kis lóvéhoz is juthat. Majd megmondom, mennyihez. De ahhoz az kell, hogy elpattintsa az árut. Érti? Értem bólintottam. Szóval? Miért ne? Vontam meg a vállam. Mindannyian a piacról élünk. De ha át akar verni. Nem áll érdekemben, hogy átverjem mondtam. Oké. Vettem az adást. De azért csak maradjon a falnál. Figyelj, Max. Ki fogod nyírni őket, oké. Okay. Emmer bárkör megvakargatta a fületövét. Miért éppen én, Rob? Mert azt mondtam. Mostantól nekem dolgozol, és ha azt mondom neked, hogy nyírd ki x-et meg y-t, akkor te kinyírod, oké. Okay. És, mikor kellene? Mindjárt. Hát én nem is tudom, nem tudom, hogy képes leszek-e Néhány milláért sok mindenre képes az ember. Na. Akkor most mindjárt döntsd el. Oké, okay, bólintott Barker. Legyen. Nem tudom, mi következett volna. Láttam, hogy Emmer még habozik egy kicsit, és Emmer Barkernek sem tetszett igazán az ötlet, de azért tisztában voltam vele, hogy végül mégiscsak megteszik. Lehet, hogy egy jót hánynak utána, de az már nem sok vizet zavar. Éppen azon voltam, hogy bevalljam nekik az igazságot, amikor Kabirlel nagyot ordított ostoba barmok. Nem fogtok keresni ezen a múmián egyetlen kicseszett pajiszát sem. Kec is és bárkör is felé fordította a fejét. Úgy néztek rá, mintha az egyik isten szobor elevenedett volna meg. Aztán miért nem, nagy okos? Kérdezte kec. Mert hamisítvány mondta szárazon Kabillel. 118. A helikopter nem volt túl terhelve, Kabillel felügyelőn kívül a gépvezetője, és egy mindeddig ismeretlen, turbános férfi érkezett rajta. Kabillel kimászott a gépből, és oda akart sétálni hozzánk, de aztán meggondolta magát. Előbb egy jókora pisztolyt húzott ki a hóna alá erősített okból. A másik, alacsony, szakállas fickó a zsebéből rántotta elő a magáit. Ő könnyen megtehette, mivel az ő fegyvere csak fel akkora volt, mint Kabillalé. Kabir lel szemügyre vett bennünket. Főleg a sebétéjében elhaigált, füvön heverő puskák érdekelték. Hát ez meg micsoda? Kérdezte. Fegyverkiállítás. Kerintőn villám gyorsan visszavonult a sátrába, még mielőtt Kabir lel észre volna. Kabir lel az egyik elhajított puskához ment alig, ha nem Austiné lehetett és megszagolta. Ebből a puskából lőttek állapította meg. Még hozzá nem is régen. Mi történt itt, Emberek! Hol van Emmer kerintön? Kerintön sóhajtott még kívül is hallottuk, aztán kimerészkedett a sátrából. Még mindig aggodalmas képpel, mintha arra gyanakodott volna, hogy dörmöt utánozza Kabirlel hangját, és amint felbukkan a sátra ajtajában, mindjárt meg is kínálja egy golyóval. Kijönne a sátorból, Emmer kerintön? Emmer Kerington kijött a sátrából. Bicegett, ami azonnal feltűnt a felügyelőnek. Csak nem történt valami önnel, ember kerintön. Kérdezte összerántva a szemöldökét. Pisztolya még mindig ott volt a kezében, láttam, hogy egyelőre esze ágában sincs eltenni. Fáj a lábam nyögte kerintön. A magasságtól van. Kérdezte együtt a billel. Inkább a mélységtől sóhajtotta kerintön. Csak nem esett bele egy szakadékba. Egy gödörbe helyesbített kerintön. A fenébe is, hát nem tudta, hogy a Himalájában minden lépésére vigyáznia kell. Most tanulom, mondta Emmer kerintön. Nem látom Emmer dermottot. Pedig itt vagyok, jelentkezett Mr. Dermott. A fűben ült egy puska mellett, ám szemmel láthatóan esze ágában sem volt használni. Kabil lel végre eltette a pisztolyát, és a másik zsaru is az övét. Mr. Dermott a fűben maradt, meg sem próbált felállni. Kabir-lel odasétált hozzá, és sajnálkozva lenézett rá. Jól van, Mr. Dermot. Fáj egy kicsit a lábam morogta Mr. Dermot. No fene. Csak nem gödörbe lépett maga is. Mondhatjuk felelte Dermot. Kabir lelletérdelt mellé. Mutassa a lábát. Mr. Dermot felhúzta a nadrágja szárát, és megmutatta. Mi a fene, csak nem egy mongóz harabdálta meg. Kinek fáj még a lába? Nem volt több jelentkező. Kabir lel felállt és leporolgatta a térdét, pedig inkább azt kellett volna megnéznie, hogy nem törötte bele a fű. A felügyelő szép, világos barna nadrágot viselt, nem állt volna jól rajta két élénk zöld folt. Néma csend honolt a tájon. Csak kutyák ugattak a faluban. Sok-sok kutya. Mintha a mai estén valahogy megemelkedett volna a számuk. Ráadásul telehold volt, amit a kutyák köztudottan kutyazenével szoktak megünnepelni. Emmer Lorenz. Kérdezte a felügyelő. Egy kis félreértés volt csupán magyaráztam. És egy kis lövöldözés, mi? Már értem. Maguk célba lőttek. Én meg már, amilyen tapasztalatlan zsaru vagyok, azt hittem, egymásra vadáztak. Na de ilyet. Ő szintén elcsodálkozott a tapasztalatlanságán. Hány halotjuk is van már egyáltalán? Különben tudják, mit. Ne is számolgassuk őket ezen a szép, holdas éjszakán. Ahelyett, hogy a himalájának örülnénk, hol mi eszeveszett gyilkosságokkal kellene foglalkoznunk. Vagy nem is történt gyilkosság mostanában erre felé. Emmer kerintön. Emmer carringtól megnyalta a szája szélét, mintha meg akarta volna akadályozni, hogy kellemetlen szavak jöjjenek ki rajta. Hát, az úgy volt, már szólni is akartam, hogy azért voltak itt rejtélyes ügyek. Akad néhány halott is. Mit nem hallok? Hökkent meg a felügyelő. Csak nem a múmia átka. Már mintha olvastam volna ilyenről. Maga hisz benne, Emmer Kerington. Hát tulajdonképpen, nem is tudom. Mr. Dermot. Ami azt illeti. Tudják, miért kérdezem. Mert furcsa, hogy mindketten gödörbe léptek. Hát ha a múmia rendezte így, akit keresnek. És a gyilkosságok is. Apropó, megtalálták már a múmiát. Sajnos még, nem nyögte kerintön. Sajnos nem csatlakozott hozzá Mr. Dermot. Megtaláltuk, mondtam akkor én. 119. Hogy? Kérdezte összeráncolva a homlokát Kabirlel felügyelő. Mit mondott? Megtaláltuk a múmiát ismételtem. Megtalálták. Hökkent meg Kabirlel. Ki találta meg? Én mondtam. Kerintön eltátotta a száját. Mr. Dermot ugyancsak és a többiek is úgy néztek rám, mintha maga tára Isten asszony ereszkedett volna le közénk, bikiniben, arandiadémmal a fején. Jézusom! Nyögte Kerintön. Ez, igaz. Emer Lorenz, ön tényleg megtalálta. Meg én. Bólintottam. Ezt nem hiszem el. Tiltakozott dörmött. Ha megtalálta, akkor mutassa is meg. Erre is sor fog kerülni, ígértem. Hol, találta meg. Holnap megmutatom. A kolostoron kívül. Erre már nem válaszoltam. Kerintön a hold felé emelte két karját és nagyot ordított. Megtaláltuk. Megtaláltuk. Mi találtuk meg? Én találtam meg. Enyém mind a három múmia. Kabir lelfúcsán nézett rám. Tehát ön találta meg. Miért nem mutatta meg akkor másoknak? Magára vártam, mondtam. Maga tudta, hogy jövök. Feltételeztem. Érdekes. Tegnap előtt még én sem tudtam. Most pedig kénytelenek leszünk felverni nyimarimpócsét, vagy a helikopterben alszunk. Maga melyiket választja, Ahmed? 120. Mielőtt lefeküdtem volna, volt még egy kis dolgom. Vártam valakit, és nagyon bíztam benne, hogy ezen az éjszakán végre beszélni tudok vele. Arról, hogy ide érkezett, már tudomást szereztem. A kutyák olyan erősen és támadón ugattak a faluban, hogy nem volt vitás, megjött, akire vártam. Kisétáltam a kapu elé. A 38-as Smithson veszőn természetesen a zsebemben volt. Amilyen mostanában az időjárás erre felé, jobb ha az ember nem távolodik el túlságosan messzire a fegyverétől. Emberem mégis úgy lepett meg, hogy ha rossz szándékai lettek volna, biztos elkéstem volna a védekezéssel. Az egyik pillanatban még nem volt sehol, a másikban pedig már ott állt szemben velem. Széles karimájú kalapja eltakarta az arcát, én mégis tudtam, hogy ő az. Különösebb köszöngetés nélkül leguggoltam a sarkamra, ahogy a nomádok teszik, s amely alaposan megviseli annak a lábát, aki nem szokott hozzá. A frissen érkezett is leguggolt, és levette a kalapját. Megtörölgette a fejét egy kendővel, és csak ekkor nézett rám. Megjöttél, barátom. Kérdeztem tőle. A férfi bólintott. Megjöttem. Hallottam, mondtam. Mind itt vannak mosolyodott el. Vászonkabátja zsebébe nyúlt és kihúzott belőle egy pipát. Hosszú nyelű kis fejű jószág volt, amilyenbe alig gyűszűnyi dohány fér csak bele. Ismét a zsebébe nyúlt, előkotort egy kis dohányzacskót és megtömte belőle a pipát. Milyen volt az utad? Kérdeztem. Furcsa, mondta. Mi volt benne a furcsa? Hogy még sosem csináltam ilyet. Nehéz volt. A jakokkal könnyebb. A kalapos férfi meggyújtotta a pipát, szívott egy kicsit, aztán felém nyújtotta. Elvettem, szívtam pár slukkot belőle én is, aztán visszaadtam neki. Tenyerébe verte a pipöfejének tartalmát, és a pipát visszadukta a zsebébe. Akkor hát, ahogy megegyeztünk. Kérdezte. Úgy van bólintottam rá. Van em jölid? Kérdezte. Egy szent életű szerzetes kisújának a csontja mondtam. Delhiben vettem. Ostoba voltál, hogy megvetted nevette el magát. Amikor ott jártam, rám is rám akartak sózni egyet. Csak hogy én nem vettem meg. Nincs a világon annyi halott szent, amennyi csontot árulnak a piacon. Akkor most mi legyen? Kérdeztem. Nem kell ide Amulet legyintett estére legyetek készen. Egyedül vagy velük. Öten vagyunk. Egyedül nem bírnám. Rendben lesz minden. Részemről biztosan. Most pedig mutasd meg a terepet. Megmutattam neki. 121. Meleg nyári reggelre ébredtem. Éppen azon töprengtem, hogy fel kellene keresnem Kabir felügyelőt, amikor egy szerzetes dugta be a fejét az ajtónyíláson. Blobzangrimbó Kérdezte. Én vagyok. Néma Rimpócse szeretne beszélni veled. Néma Rimpócse kedvetlen volt, amit nem is csodáltam. Ha én lettem volna karcsik főlámája, én is kedvetlen lettem volna. Megjegyzem, hogy bár nem voltam az, így is elég kedvetlen voltam. Figyelj rám, Rimpócse kezdte, miután leültetett néhány ülőpárnára egy rövid lábú kis asztalka mellé. Szembeült velem, miután saját, szentséges kezeivel egy gőzölgő teáskancsót tett az asztalra. Sütemény is akadt mellé, sőt szárított sajtszeletek is. Szóval, figyelj rám, kérlek. Tudtam, mi következik, de azért figyeltem. Már csak az illem kedvéért is. Jó magam tisztellek téged, Rimpó kezdte ismét, miután megittunk félcsészényi teát. Nagyon is tisztellek. Tudom, hogy nagy tudású férfiú vagy, jobban ismered a mi vallásunkat, Sákja Muni Budha hitét, mint sokan a szerzetesek közül. Mert hogy közöttük is van elég ostoba. Én mondom ezt neked, és el is hiheted, elvégre főláma vagyok, ismerem a szerzeteseket. Így amikor értesültem róla, hogy múmiákat keresel, még segítettem is neked. Segítettem, mert azt akartam, hogy azok a múmiák tisztes helyre kerüljenek. Azt beszélték, hogy Tibetből kerültek Indiába Nepálon keresztül, és Duxnak, Damárunak és Drilbunak hívják őket. Igaz, az előtt még nem igen hallottam róluk, de ez nem jelent semmit. Gyerekkoromban Kínában éltem, ott másfajta szenteket is tisztelnek, mint errefelé. Ennek ellenére, amikor meghallottam, hogy a három múmia szerzetes itt rejtőzködik Indiában, méltatlan helyen, magam is azon voltam, hogy méltó helyre kerüljenek s amikor megtudtam, hogy te keresed őket, segíteni akartam neked. Ezért is hoztam tudomásodra, hogy milyen rejtélyes események zajlottak itt, a Kolostorom környékén. Valahogy biztos voltam benne, hogy a három szerzetes közül egy biztosan itt található. Természetesen fogalmam sem volt róla, hogy miért történt mindaz, ami történt, de arra gondoltam, hogy te majd keresel rá megfelelő magyarázatot. Túl zavaros volt nekem ez a történet, Rimpócse, és úgy döntöttem, hogy nem foglalkozom vele. Itt vagy te, okos is vagy, nagy tudású, nálam többet tudsz a világ dolgairól. Ezért azt akartam, hogy keresd meg te, aztán vidd el a kolostoromból valamilyen méltóbb helyre. Ezt akartam én, Rimpócse. Bólintottam. Valóban ezt akarta. Csak hogy nem úgy alakultak dolgok, Rimpócse, ahogy szerettem volna. Tudásodtól és tapasztalataittól lenyűgözve megengedtem neked, hogy próbáld megkeresni azt a szerzetest, amelyik nálam rejtőzik. Még azt sem bántam, hogy mások is keresik, elvégre egy kis halat kergettél a nagy tengerben. Azt hittem, szépen szót értve egymással, megkeresitek a múmiát, a hozzá csatlakozott gazdag emberek pedig kifizetik a költségeidet. És az én költségeimet is. Nyíma Rimpó szerény volt, meg kell hagyni. Azzal, hogy üzletelt a múmiakeresőkkel, nem igen dicsekedett. Velük kapcsolatban ugyancsak takarékosan bánt a szavakkal. Csak hogy csalódtam, Rimbóce, nagyot csalódtam sóhajtotta. Mindenkiben csalódtam. Még magamban is. Azt hittem korábban, hogy ti, akik a múmiát keresitek, békében és barátságban keresitek, s ha néha egy kicsi borsot is törtök egymás orra alá, nem sokat számít. Tudom, hogy egy olyan szent dolgot megtalálni, mint egy önmagát mumifikáló szerzetes, nagy dicsőséggel jár, és ki nem óhajt egy kis dicsőséghez jutni. Néha még én is, amikor kénytelen vagyok az e világi dolgokkal törődni a helyet, hogy kedvem szerint, kizárólag a túlvilágiakkal törődhetnék. Szóval a helyet, hogy béke uralkodna köztetek, lassan kitör a nyílt háború. Legrosszabb álmomban sem gondoltam arra, hogy ez fog történni egyszer a kolostoromban. A halálesetekre gondolok, Rimpócse. Még konkrétabban a gyilkosságokra. Ez nagyon-nagyon bánt engem, Rimpócse, és félelemmel is tölt el. Gyilkosság az én kolostoromban. Ezt korábban még elképzelni sem mertem volna. Hány embert is öltek meg azóta, hogy ide érkeztetek? Őszintén szólva. Látod, még te sem tudod pontosan. Egy kicsit utána kell gondolnom. És hányat sebesítettek meg? Hány verekedés történt, és hány lövöldözés? Se szeri, se száma. Ha csak rájuk gondolok, szédülni kezdek, Rimpócse. És az még nagyobb baj, hogy már tőled is szédülök, Rimpócse, és a Bajuszostól is szédülök. Ez pedig nagyon rossz dolog, Rimpócse. Ezért hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy végleg kitiltalak benneteket a kolostorból. Már kitiltottál, emlékeztettem. Az épületből de most a kolostor környékéről is kitiltalak benneteket. És minden engedélyt, amelyet akár szóban, akár írásban adtam nektek, semmisnek nyilvánítok. Megtiltom, hogy tovább keressétek a szerzetest. A lámáim félnek tőletek, és el akarják hagyni a kolostort. Arról beszélnek, hogy egy gonosz démon belétek bújt, és így lopódzott be a kolostorba. Tambrinnak, a istennek a démonfalnál fülön kellett volna csípnie, de talán elbóbiskolt egy kicsit. Tehát, Rimpócse, ismertetem veled a határozatomat. Egy héten belül el kell hagynotok a kolostorom környékét, mert ha nem. Bármennyire is kedvellek, Rimpócse, ki kell hívnom a rendőrséget, és el kell mondanom nekik, hogy mi történt itt, amióta ti ide érkeztetek. Hulla-hulla hátán. Szóval a rendőrség meg fogja tudni. Már meg tudta mondtam, beleszülcsölve a teámba. Kellemes himalájai tea volt, éppen csak annyira évöz, amennyire illett. Nyímarimpó cse meghökkent. Már, megtudta. Csodálkozott. Meg bizony bólintottam. Hát ha tudja, annál jobb. Ide fogom hívni őket. Szürcsöltem még egy kicsit a teából. Igazán ízletes volt. Ezzel is elkéstél mondtam. Nyíma Rimpó felugrott ültő helyéből és rám förmett. Mi az ördöggel késtem el, mi? Azzal, hogy ide hívd a rendőrséget. És, miért késtem volna el vele? Mert már itt vannak, mondtam. 122. Emmer Kerintön olyan ideges volt, mintha újabb hullát találtunk volna valahol. Hajnaltól kezdve fájt a lába, kénytelen volt fájdalom szedni, amely, úgy látszik, még nem fejtette ki teljesen a hatását az ágy szélén ült és keservesen nézett rám. Szeretnék magába látni nyögte végül, amikor már jó ideje mustrálgatott. Képtelen vagyok eldönteni, hogy higgyek-e magának vagy sem. Pedig megtaláltam mondtam. Látta is, vagy csak úgy gondolja, hogy megtalálta. Természetesen meggyőződtem róla, hogy ő az. Egyszerűen nem akarom elhinni csapott idegesen az ágyra. Különben is, már egyáltalán nem érdekel az a múmia. Maradjon ott, ahol van. Felpakolunk és elmegyünk innen a fenébe. Ha itt maradok, amputálni kell a lábamat. Na, és ha Mr. Dermot találja meg. Már az sem izgat. A lábam többet ér, mint három múmia egybevéve. A múmia pedig csak legyen dermotté. Vigye el az ördög vele együtt vissza akarok fordulni, haza akarok menni. Ők csak rohadjanak itt, és örvendezzenek a diadaluknak. Ezt nem értem játszottam meg a hülyét. Már annyi pénzt áldozott rá, miért akar megfutamodni. Most már nem érdekelnek a múmiák. Sőt. Már kifejezetten undorodom tőlük. Nem is értem, hogy lehettem ilyen ostoba. Szóljon a többeknek, hogy felszedjük a sátorfát, és elindulunk vissza. Nincsenek jakjaink figyelmeztettem. Hát akkor szerezzen a faluból. Nem azért tettem, hogy ne csináljon semmit. Elmegyek innen, és ebbe nem szólhat bele senki. Ebben alig, hanem téved sóhajtottam. Gondoljon csak a gyilkosságokra. Ez a történet már nem csak a múmiákról szól. Vannak összeköttetéseim újdelhiben. delhiben. Újdelhi messze van, Kabir lel pedig közel ahogy az ágya szélén gubbasztott, ismét csak egy óriás pókra hasonlított. Kérdezhetek valamit. Mit akar? Menjen inkább jakot keresni. Arról van szó, hogy egyszer-kétszer megfordultam új Delhi és Csennai között. Vonaton. Tudja, azon, amelyet már többször is kiraboltak. És. Én is szemtanúja voltam egy-két rablásnak. Hogy a fenébe jön ez ide? tapogatta meg a lábát, és bőszen sziszegett is mellé. A vonaton láttam egy hölgyet, kék száriba öltözve. Nagyon csinos nő volt. A fenébe is, kinek van kedve a maga ízléstelen kalandjait hallgatni. A nő azt mondta, hogy Balini nem száhiba neve. Mond ez magának valamit. Hogy az ördögbe mondana. Ki az végül is? Erre lennék én is kíváncsi. Képzelje, ez a nő már többször is feltűnt itt, a környéken. Biztosan téved vonta meg a vállát. Az európai ember számára a keleti nők mind egyformák. Be is mutatkozott. Mi az ördögöt akar végül is tőlem? A helyett, hogy? Csak úgy megkérdeztem. No mindegy. Az a lényeg, hogy este elmegyünk a múmiáért és idehozzuk magának. Már ha nem akar velünk jönni. Kerintön sápat volt, mintha tej keringett volna az ereiben. Figyeljen ide, mondta lehalkítva a hangját, nehogy a szomszéd sátrakban is meghallhassák. Nem kell nyugtalankodnia a pénze miatt. Ha nem találjuk meg a múmiát, akkor is megkapja. Sőt, akkor jóval többet kap. Adok elismervényt is róla. Maga félrebeszél, csóváltam meg a fejem. Nem értem. Nem is kell, hogy megértse vágott közbe. Egy a lényeg. Nem kell a múmia, nem akarom látni, el akarok menni innen, még ma. Vagy legkésőbb holnap. Úgy, hogy ne vegye észre ez a sarú. Újdelhiben majd mindent elintézek. Tényleg megtalálta a múmiát. Tényleg bólintottam. Akkor tüntesse el. Semmisítse meg. Meg semmisíteni. Hökkentem meg. Egy szent erekét. Maga csak tegye, amit mondok. Már késő mondtam. Úgy is tudják. Kicsoda és mit hogy a múmiának semmi köze a három szent szerzeteshez. Ez a múmia nemrég még élő ember volt. És a másik kettő is, amit már megtaláltam. Kerintőn bólintott. Rendben van. Akkor mégiscsak megnézném, hogy mit talált. 123. Miss Palmerre a kőkerítés mellett találtam rá. Neki döntötte a hátát és lehúnyt szemmel napozott. Nem akartam megijeszteni, ezért ahogy a közelébe értem, megköszörültem a torkomat. Hogy van, gördő? Kérdeztem. Megvagyok felelte fáradt hangon. A többiek. Mr. Dermottal veszekszenek. Hogy hogy veszekszenek? Kérdeztem. Dermottot elkapta a menekülési vágy. Vissza akar menni új Delhibe. Azt mondta, nem érdekli már a múmia. Azt is elmondta, miért. Rettenetesen fáj a lába. Attól fél, hogy le kell majd vágni. Ezért inkább visszalép a múmia megkeresésétől. Annyira fáj a lába, hogy nem is akarja látni. Aztán érthetetlen dolog történt. Beszélt Carringtonnal. Mikor? Kiderült, hogy korábban, mint ahogy velem beszélt. Mr. Dermot itt akarja hagyni a múmiát. Csak éppen zavarja valami. Az, hogy ön állítólag megtalálta. Azt mondta, ha megvan a múmia, akkor meg akarja semmisíteni. Azt mondta, rádöbbent, hogy az a legjobb, ha a múmia visszakerül az anyaföldbe, ahonnan vétetett. Por volt, és por is lesz. Megveszi Emmer Carringtontól és elégeti. Aztán azonnal indulunk vissza új Delhibe. Leslie, kérem, én nem érzem valami jól magam. Rossz érzéseim vannak. Úgy érzem, hogy még csak az elején vagyunk valami borzalomnak, és még szörnyűbb dolgok várnak ránk, mint amiken már átmentünk. Mi lehet szörnyűbb néhány gyilkosságnál? Az, például, ha bennünket gyilkolnak meg. Ez nevetséges, igyekeztem megnyugtatni. Itt vannak a rendőrök is. Csak ketten vannak és egy helikopterpilóta. Rémeket lát, gördő. Bár csak úgy lenne. Én, félek ettől a múmiától, leslie. Nem tudom miért, de félek. Gópi is fél tőle. Ő azt mondja, úgy érzi, hogy ez a három szerencsétlen, akiket ön megtalált, nem önmagát mumifikálta, hanem más tette velük. Más. Hökkentem meg. Kire gondol? Gópi azt mondta, hogy a gonosz istenek gyúrták őket gonosz indulatból, és ők engedték őket az emberek közé. Nem szabad a három múmiának soha találkoznia. Ezt Emmer Kerinton és Mr. Dermot is tudja. Ezután úgy gondoltam, beszélnem kellene a billallal. A helikopter az udvar egyik távolabbi szegletében állt, rotorja majd a falat érintette. Előbb körbejártam, azt remélve, hogy megpillantom valamelyik zsarut, de a gép körül és a belsejében is mozdulatlan volt minden. Megpróbáltam kinyitni az ajtaját, de nem sikerült. Ezután nyima keresésére indultam. Vele is szót akartam váltani, de ez sem sikerült. Közvetlenül az ajtaja előtt egy szerzetesült, egy kis asztalka mellett, néhány ülőpárnán. Fiatal szerzetes volt, és nagy szorgalommal körmölt valamit egy papírra. Mivel mindeddig még nem volt sem asztal, sem ülőpárna, sem szerzetes növendék nyimarimpócse ajtaja előtt, nem gondolhattam másra, mint hogy tiszteletemre tették oda őket. A szerzetes felpillantott, és amikor észrevette, hogy én vagyok az ő bizonyára ismert engem, igyekezett komor képet vágni. Néma jöttem, mondtam. A fiatal láma vett egy mély lélegzetet. Néma Rimpócse nincs a szobájában. Tudod, hol van? Nem tudom, Rimpócse. Valószínűleg imádkozik. Hol imádkozik? Ki tudja. Vonta meg a vállát. Néma szeret egyedül imádkozni. Néha napokra is eltűnik, mint most is. Azért talán mégis csak tudsz valamit. Látható szomorúsággal rázta meg a fejét. Én még új vagyok itt, Rimpócse. Velem nem közölnek semmit. Nekem csak parancsolnak. Ma éppen azt parancsolták, hogy üljek le ide, erre a helyre, és mindenkinek, aki nyima keresné, mondjam azt, amit neked mondtam. És közben írjak. Mit írsz? Padmaszambhava történetét kellene röviden összefoglalnom. Csak éppen még egyetlen sort sem olvastam tőle. És ha mesélnék egy kicsit róla. Abból megírhatnád a feladatodat. Sajnos, Rimpócse, valóban nem tudom, hol lehet Nyíma Rimpócse. Rádöbbentem, hogy kérdezgethetem akár meddig is, nem fogok választ kapni a kérdéseimre. Nyíma Rimpócse kivonta magát a forgalomból. Őszintén szólva meg is tudtam érteni. Nyíma nem akart belekeveredni semmibe, így is már ezerszer elátkozhatta a pillanatot, amikor úgy gondolta, hogy segít nekem megtalálni a múmiát. Elköszöntem a szerzetestől, aki tovább körmölt. El nem tudtam képzelni, hogy mit írhat, elvégre még nem is olvasta azokat az íratokat, amelyeknek a lényegét kellett volna kifejtenie. Csak hát a szerzetesek ilyenek, arról is részletesen tudnak írni, amiről még csak nem is hallottak. Mivel valóban szükségem lett volna a billalra, ismét visszamentem a helikopterhez. Ezúttal sem érzékeltem mozgást a közelében. Hé! Felügyelő! Kiáltottam egy nagyot. Könnyű szél támadt és végigfutott a kolostor udvarán. Közben felkapott egy gyufás dobozt a fűről, és nagy örömmel magával vitte. Kabir lel Ismételtem meg a kiáltásomat, immár hindiül. Hol a csodában van? Nem messze a helikoptertől egy kőoszlop állt, dacolva az idők múlásával. Talán még a régi Indiában építettek itt egy templomot, a rohanó idő azonban csupán egyetlen oszlopot hagyott meg belőle, a többit úgy elvitte, mint a gyufás dobozt a szellő. Ahogy az oszlop felé fordultam, mintha Kabirlel világos barna nadrágjának darabkáját láttam volna megvillanni a napfényben. Itt van, felügyelő. Semmi sem moccant a környéken. Feltételeztem, hogy Kabir lel az oszlop mögött bujkál. Valamiért nem akar beszélni velem. Nyilván azt hiszi, én is benne vagyok a történtekben nyakig. Talán még a gyilkosságok is az én lelkemen száradnak. Kihúztam a kaftánom öbléből a revolveremet, és az oszlop felé tartottam. Közben minden erőmmel arra koncentráltam, hogy ha ne talántán kiugrana valaki mögüle azzal a szándékkal, hogy belém pumpáljon egy kis olmot, legyen időm a földre vetni magam. És ez volt a baj. Nevezetesen, hogy annyira az oszlopra figyeltem. Hirtelen piszegni kezdett valaki a hátam mögött. PSZ. PSZ. Hé. Villámsebesen megfordultam. Még fordulás közben akkor átkaptam a fejemre, hogy elsötétült előttem a világ. És sötét is maradt jó sokáig. 124. Amikor felébredtem, a éppen a fejem felett világított. Órámra pillantottam, tizenegy felé járt az idő. A meleg ellenére összeborzongtam. Hiába, nem tesz jót az egészségnek, ha akkorát ütnek az ember fejére, hogy elveszíti tőle az eszméletét. Négy kézlábra álltam, így pihentem egy kicsit, majd amikor úgy éreztem, hogy immár el tudnám viselni a függőleges helyzetet is, óvatosan, az igaz, de két lábra álltam. A fejem zúgott, s ahogy odakaptam, ahol különösen lüktetett, jókor a búba ütköztek az ujjaim. Megpróbáltam megállapítani, hol vagyok. Alig száz méterre volt tőlem a kolostor, jó magam a kőfalon túl heveréztem át a délutánt. Gyorsan a zsebemhez kaptam a kezem. Akárki is ütött le, nálam hagyta a 38 ast Rendben volt vele minden, akár a levegőbe is lőhettem volna veled dühömben. Hiszen úgy viselkedtem, mint egy nyeretlen két éves. Nem lett volna szabad annyira az oszlopra koncentrálnom. És ha már megtettem, legalább ne fordultam volna meg olyan vigyázatlanul. Némi töprengés után elindultam a kolostor kapu felé. Közben egyre azon jártattam az agyam, hogy vajon kiüthetett le, és miért. És ha már leütött, miért hagyta nálam a fegyveremet. Pár perc múlva ismét a helikopternél voltam. A hold szerencsére bőven szórta rá a fényét, ezért jól láttam a nagy semmit. Kabillalt és a másik kettőt elnyelte a föld. Csak reménykedhettem benne, hogy nem ez történt szó szerint. Kezemben a revolveremmel továbbmentem a sátrak felé. A holdat hirtelen jött felhők takarták el, amitől egyszeriben barátságtalanná vált a világ. A sátrak sötét rejtőzve várakoztak rám. Haboztam egy sort, mielőtt megközelítettem volna őket, Közben minden lépés után a lábam elé néztem. Nem szerettem volna csapdába ragadni. Megkerestem ember kerintön sátrát. Nyitva volt az ajtaja. És nyitva volt a többi sátoré is. Egyik sátorban sem volt senki. Arra végképp nem gondoltam, hogy a sajátomban találok majd valakit. És mégis ott találtam. Éppen csak végigfutott a belsején a pillantásom, és már fordultam is ki belőle. Nem emlékeztem rá, én hagytam ennyitva, vagy erőszakkal feszítették ki. A lakatomat sem találtam sehol. Hirtelen halk suttogás ütötte meg a fülemet. Leslie, maga az. Lebuktam a földre és a hang felé fordítottam a stukkercsövét. Közben alaposan belevertem a fejem a sátor rajtajának fa keretébe. Éreztem, hogy ismét megfordul velem a világ, de szerencsére ezúttal megúszta ájulás nélkül. A hang Miss Palmeré volt. Erről pillanatokkal később meg is győződhettem. Istenem, Istenem! Sóhajtotta. Már azt hittem, megölték. Gördög kibújt az ágyam alól, és úgy kapkodta a levegőt, mintha megkergették volna. Hát maga, hogy kerül ide? Kérdeztem. Elbújtam, felelte. Hol vannak a többiek? Elmentek. Hova? Megkeresni a múmiát. Maga miért nem ment velük? Mert amikor Emmer Austin elkapta a rendőröket és a pilótát, sejtettem, hogy rosszban sántikálnak. Úgy érti, hogy Emmer Austin Mr. Dermot utasítására elkapta a zsarukat. Nem tudom, kinek a parancsára, de elkapta. Mr. Dermot rá kiabált ugyan, hogy talán megőrült, vagy mi, de Austin csak nevetett, és azt mondta, hogy örüljön Mr. Dermot, ha nem ereszt a fejébe néhány golyót. És Emmer Ketsz is ugyanezt mondta a többieknek. Nem voltam egészen tisztában vele, hogy amíg én ájultan heveréztem a virágos mezőn, mi történhetett a táborban. Nagyon úgy nézett ki a dolog, mintha Emmer Raustin és a Jánbor Emmer Ketsz nem engedelmeskedtek volna többé a gazdáiknak. Én akkor, bemásztam az ágya alá. És szerencsém volt, hogy ezt tettem, mert különben már én is ott lennék. Holott? Azt nem tudom nem tudja konkrétan, hova mentek. Talán a régi hakangba. Gópi úgy érzi, hogy ott van a holtözt. Gópikának néha furcsa megérzései vannak. Velem jön. Én már én is kíváncsi vagyok a régi hakangra, mondtam óvatosan. Akkor hát, gyerünk. Félúton járhattunk, amikor Miss Palmer úgy eltűnt mögülem, mintha köddé változott volna. Pedig köd aztán nem volt ezen az éjszakán. Olyan száraz volt a levegő, hogy szinte zörgött, mint a papír. Néhány lépésnyire voltam már a kaputól, amely arra a folyosóra vezetett, ahonnan a régél hakang nyílt. A kapu félig nyitva állt, magasra emeltem a lábam és szertartásosan átléptem a küszöböt. Hát ha az alatta lakó gazda szellemek vagy istenek segítenek rajtam. A folyosó után Hakang bejárata következett. A négy hatalmas szobor, a négy világtáj őrei, mintha rám kacsingattak volna. Mintha inteni akartak volna attól, hogy belépjek a hakangba. Sajnos ezúttal nem hallgathattam rájuk. Elfordítottam a fejem, mint aki észre sem vette a figyelmeztetésüket, és már is mentem tovább. Talán öt-hat lépést tehettem meg, amikor megpillantottam őket. Emmer Austin alig néhány centiméternyire állt tőlem, s amikor megtorpantam, azonnal a halándékomhoz nyomta a fegyvere csövét. Megjött a kis jövevény mondta annyi gyűlölettel a hangjában, hogy ha egy tengerjáróra rakták volna, biztos első ilyet volna alatta. Ahogy hozzászokott szemem a félhomályhoz és az oltárokon álló gyertyák lobogásához, azonnal felfedeztem őket. Ott szorongtak valamennyien két szobor között, és megkönnyebbülve néztek rám mintha azt várták volna tőlem, hogy húzzam ki őket a lekvárból. Ahhoz sajnos előbb magamat kellett volna kihúznom. Ráadásul a saját hajamnál fogva, mint annak idején Münchhausen báró. Nos, Lorenz sütött a gyűlölet Austin hangjából. Fordult a kocka. Senki nem parancsolja meg nekünk többé, hogy mit tegyünk és mit ne. Igaz, Robert. Igaz bólintott emmerkedsz. Emmer kezében egy kis géppisztoly volt, és hol a többiekre, hol rám, hol pedig csak úgy a levegőre fogta. Figyeljen ide, nagyokos okos, mondta Emmer Austin megbirizgálva a nyakamat a puskájával. Háromszor kutattam át ezt a szaros termet, de egyszer sem találtam benne semmit. Még mindig azt állítja, hogy itt van elrejtve a múmia. Azt állítom, mondtam. Jól van, sóhajtotta. Tehát azt állítja. Akkor hát... Lásson hozzá is varázsolja elő nekünk. Ha megteszi, marad valami kis esélye, de ha nem, azonnal agyon lövöm. Velem ne szórakozzon senki. Akkor hát, óra indul. Hozza ide valaki azt a szobrot mutattam egy falhoz támasztott sérült szoborra. Másfél méteres magasságával alig hanem ő lehetett a törpe az istenek között. Tegyék, amit mond emelte fel a hangját Austin. Emmer szintésére a felügyelő és a pilóta nagy nyögések közepette odatolták a nyomorék szobrot, ahova mutattam. És most? Kérdezte Austin. Most mit akar csinálni? Felálltam a szobor torzóra, elkaptam a mennyezetről lelógót hangák végét és kicsit lendítettem rajtuk. Éreztem, hogy a múmia még ott van a helyén. A két óriás itt hanka közé szorult, mintha zsákba dugtam volna. Itt van mutattam a hangákra. A kettő között. Emmer Austin gyanakodva bámult felfelé. A kettő között. Kérdezte. Nézze meg, ha akarja. Robert, vigyáz rájuk. Aztán kíméletlenül lelökött a szoborról, és a helyemre kapaszkodott. Láttam, hogy kivesz a zsebéből egy kést, és megpróbálja a pengéjével elválasztani egymástól a két összeragasztott hangát. Még egy nyisszantás, és a múmia kiszabadult a börtönéből, Austin utána kapott, de még idejében visszarántotta a kezét. A francba. Szitkozódott. A büdös francba. Láttam rajta, hogy megvan van szeppenve. Úgy tűnt, nem szokott hozzá a feketére aszott múmiák látványához. Hát még az ölelgetésükhöz. A múmia lehuppant a padlóra. Austin leugrott a szobortorzóról és biztos távolságból bámult rá de rendő vagy, hogy a fene vigyen el. Vigyázz, Robert, egy pillanatra se vedd le róluk a szemed. Jó magam a múmia helyett inkább a társaimat fürkésztem. Fegyvereik nem messze tőlük, azon a helyen feküdtek, ahonnan a szobortorzótat hankák alá Ők maguk úgy összekeveredtek a többiekkel, hogy csak nehezen lehetett volna szétválasztani őket. Ott láttam a nagy összevisszaságban Emmer Dermottot és Emmer Carlingtont, Barkert, aki ki tudja, miért, nem csatlakozott Austinhoz és Kathoz, Gopikát, Mahendrát, Alibabát, valamint Kabir felügyelőt, az Ahmed nevű Zsarut és a helikopterpilótát. Ez utóbbi hosszú szakálló, turbános fickó volt, inkább szentembernek, azaz Száthúnak nézett ki, mintsem pilótának. Arra gondoltam, hogy a száthú varázslókat is elérhette a modern kor szelleme, eddig többnyire csak saját, mágikus erejüknél fogva repkedtek a levegőben, mostanában viszont nem elégedtek már meg ezzel, hanem helikopterre szálltak, sőt még vezették is őket. Emmer ballottot azonban Miss Palmerhez és Domingoshoz hasonlóan nem láttam közöttük. Emmer Austin csípőre tette a kezét és a múmiára bámult. Mi a franc van ezen? Senki nem válaszolt. Austin ekkor oldalba ütött a puskája a tusával. Amíg a tankákat vagdosta, a vállára akasztotta, most azonban, ahogy a múmia kiszabadult a rejtekéből, ismét a kezébe vette. Kérdeztem valamit, hé. Nem értem, mit kérdezett. Hogy mitől ilyen fekete ez a pasas? A múmiák általában feketék, mondtam. Ritkán látni rózsaszín múmiát. Emmer Austin fenyegetőn villantotta rám a szemét. Ez valami vicc volt. Bekenték valamivel mondtam. Miért? Ez a fekete máz, tartósító anyag. Hogy ne essen szét. Austin töprengve nézett a múmiára. Végül is ki ez a fickó. Mondtam neki, hogy vagy Drillbu vagy Dux vagy Damaru. Vagy egyik sem tettem aztán hozzá gondolatban. Ez egy ritka múmia, mi? Elég ritka bólintottam. Ami ritka, az sokat ér, nem igaz? Általában igen vontam meg a vállam. És ez? Ez is sokat érhet. Cirka mennyit? Nehéz megmondani. A régészeti leleteknek nem lehet pontosan meghatározni az értékét. Azért csak becsülje meg nekem. Maga ért hozzájuk, nem. Nem mernék vállalkozni a feladatra, mondtam. Austin erre az oldalamba nyomta a puska csövét. Egy, kettő. Most már merek, mondtam. Nos, mennyit érhet? Tíz milliót mondtam. Rúpiát. Dollárt. Austin majd elejtette a puskáját megrökönyödésében. Ez a fekete undormány tíz milliót ér. Ugye tudja, mit beszél? Tudom, bólintottam. Hallod, Robert? Nézett ember katra. millió dolcsi. Nem semmi. És hogy kell az ilyet eladni? Először is ki kell csempészni az országból. A francba. És azt hogy kell csinálni? Egy tapasztalt emberre kell bízni a dolgot. Akkor sikerülhet. Az a megbízott ügyességén múlik. Ez, gondolom, nincs ingyen. Tíz százalék, mondtam. Tíz százalék. Ez rablás. Horkant fel. Ennyi a tarifája. Emmer Austin szórós szemekkel nézett rám. Maga ismer ilyen embert. Az attól függ, mondtam, hogy ki kérdezi. Értem. Ezzel kész a buli. Korán sem mondtam. Ha kicsempészte Indiából és becsempészte, mondjuk, Angliába vagy az Egyesült Államokba, akkor el is kell adni. Kell találni egy orgazdát, aki eladja. Ismer ilyet. Ismerjek. Emmer Austin ismét megütögette az oldalamat a fegyvere csövével. Ismerek, mondtam. Neki mennyi jár? 20 százalék. Mennyi? Hördült fel. 20 százalék. Ennyi a terifő. És ha nem. Akkor anyakán marad az áru. Házalni vele túlságosan veszélyes. És ha, tegyük fel, megbíznám magát az értékesítéssel, mennyi idő alatt tudná eladni. Attól függ mondtam. Például kérdés, hogy mennyire telített a piac. Ezt nem értem. Nem baj vigasztaltam. Aki el akarja adni, az érti. Robert. Emmer gyanúsan hallgatott. Nos, mi a véleményed? Hát én nem is tudom birizgálta meg a fegyverét kecs, mintha nem is annyira a múmia, mint inkább a géppisztolya izgatná. Nem is tudom. Mit nem tudsz? Hogy nem lesz-e kevés egyiküknek a maradék pénz? Austin pillanatok alatt megértette, miről szól a terefere. Lőni akart, de Emmer Kecs megelőzte. A szelidóriás kezében eldördült a fegyver, négy-öt golyó is kiröppent belőle, szépen sorban hogy hány találta el Emmer Austint, fogalmam sem volt róla, egy biztosan, mert kiejtette a kezéből a puskáját és leroskadt a földre. Mit csináltál, te barom? Nyögte. Te ostoba állat. Kellett nekem. Ketsz odalépett hozzám, és most ő bökte az oldalamnak a fegyvere csövét. Vegye fel Austin fegyverét, Emmer Lorenz. Lehajoltam és felvettem. Kabil lel megérezte, hogy ha valamikor meg akarja próbálni a lehetetlent, akkor itt az alkalom. A halomba rakott fegyverek felé vetette magát, de abban a pillanatban mintha kukorika pattogtató lépett volna üzembe. Ezúttal nem találtak el senkit a golyók, ott pattogtak ugyan centiméterekkel Kabirlel előtt, de mint kiderült, nem sebesítették meg. Vissza. Vissza a helyükre. Ordította Emmerkedz. Aki nem takarodik vissza. Kabillel elindult vissza a többiekhez. Négy kézláb. Nem tudom, hogyan fogadták volna távoli kollégái, ha látták volna a produkcióját. Bizonyára valamennyiük tetszését elnyerte volna. Még egyszer végignéztem rajtuk. Emmer Kerinton és Mr. Dermot is halálsápat volt, és szemmel láthatóan nem tudták, hogy mit tegyenek. Arra, ami történt, nem voltak felkészülve. Soha nem gondolták volna, hogy a saját embereik fordulnak ellenük. Ráadásul vegyesen. Emmer Ketsz is azt latolgatta magában, hogy hogyan tovább. Úgy látszik, nem bízott bennem miért is bízott volna. Ezért aztán még egyszer megütögette az oldalamat a gép pisztolya csövével. Dobja el a fegyverét, ha magánál van. Nem tehettem mást, eldobtam. Emmer Ketsz ekkor Emmer Barkerre nézett. Mit szólsz hozzá, Max? Kérdezte. Max Barker is halocápat volt, mint a többiek. Mihez, Robert? Kérdezte. Ahhoz, ami történt. Hát, egyetértek, mondta Barker. Mit szeretnél jobban, Max? Meghalni, vagy néhány milliót a zsebedbe? Barker kínosan elvigyorodott. Micsoda kérdése ez, Rob? Most szívadsz. Szükségem lenne rád. Hogy megbízhassak benned. Emmer Barker szívott egyet az orrán. Én azt hiszem, hogy megbízhatsz. Biztos ez. Tulti. Látod, hogy járt Austin. Mutatott a fegyverével a padlón nyögdécselő Austinra kedsz. Ugye nem szeretnél így járni? Nem, Rob, egyáltalán nem szeretnék így járni. Akkor okés. De én vagyok a főnök, az is okés. Az is, Rob. Vedd fel Austin fegyverét. Barancsolta. Bár Barker kilépett a többiek közül, és felvette. Szeretnék tisztázni valamit, mondta kedsz. Enyém a múmia. Értve? Értve, Rob. Én mondom meg, hogy kinek mennyi zséjé hullik a zsebébe. Értve? Értve? Kecs ekkor hozzám fordult. Menjen oda többiek közé. Majd szólok, ha szükségem lesz magára. Vagy nem is. Inkább maradjon itt a falnál. Neki támaszkodtam a falnak és vártam. Közben a hangokat hallgattam. Austin a földön nyöszörgött, majd a nyöszörgése átkozódásba ment át. Gópi elfojtott zokogása sem javított a helyzeten. Emmer kecs felén pislogott. Maga szerint most mi az ábra? Kérdezte. Az attól függ, mit akar? Az a kérdés, hogy maga mit akar. Azt remélem, sejti, hogy kinyírok mindenkit. Rosszul tenné, mondtam. Maga csak ne jártassa feleslegesen a száját. Azt mondja meg, hogy hajlandó el nekem dolgozni. Akkor megúszhatja élve. Sőt, még egy kis lóvéhoz is juthat. Majd megmondom, mennyihez. De ahhoz az kell, hogy elpattintsa az árut. Érti? Éltem bólintottam. Szóval? Miért ne? Vontam meg a vállam. Mindannyian a piacról élünk. De ha át akar verni. Nem áll érdekemben, hogy átverjem, mondtam. Oké. Okay. Vettem az adást. De azért csak maradjon a falnál. Figyelj, Max. Ki fogod nyírni őket, oké. Okay. Emmer bárkör megvakargatta a fületövét. Miért éppen én, Rob? Mert azt mondtam. Mostantól nekem dolgozol, és ha azt mondom neked, hogy nyírd ki x-et meg y-t, akkor te kinyírod, oké. Okay. És, mikor kellene? Mindjárt. Hát én nem is tudom, nem tudom, hogy képes leszek erre. Néhány milláért sok mindenre képes az ember. Na, akkor most mindjárt döntsd el. Oké, okay, bólintott Barker. Legyen. Nem tudom, mi következett volna. Láttam, hogy Emmer még habozik egy kicsit, és Emmer Barkernek sem tetszett igazán az ötlet, de azért tisztában voltam vele, hogy végül mégiscsak megteszik. Lehet, hogy egy jót hánynak utána, de az már nem sok vizet zavar. Éppen azon voltam, hogy bevalljam nekik az igazságot, amikor Kabir nagyot ordított. Ostoba barmok. Nem fogtok keresni ezen a múmián egyetlen kicseszett paisát sem. Kec is és bárkör is felé fordította a fejét. Úgy néztek rá, mintha az egyik isten szobor elevenedett volna meg. Aztán miért nem, nagyokos? Kérdezte Kec. Mert hamisítvány, mondta szárazon Kabirlel. A múmia vadászat vége. 1. Kabirlel felügyelő nadrágja zsebébe nyúlt, és félmaroknyi szezámmagot kotort ki belőle. Nem kér egy kicsit? Kérdezte. Ekkor már túl voltunk az ebéden és a teán is. A tea kellemes volt, jó illatú, de hát hol volt ez az igazi, himalájai teától? Levettem a tenyeréről néhány szemmagot jó az emésztésnek magyarázta Kabillel. Hát maga, Domingos száhib. Nem vagyok én madár, mondta szokásos, barátságos modorában Domingos de Carvalho, akinek az idegeit olyannyira megviselték a ladaki események, hogy minden egyes mondatában több volt a tüske, mint tíz sündisznó hátán. Nálam még a madár sem eszik magot tette aztán hozzá. Milyen madara van? Kérdezte érdeklődve a felügyelő. Kanári felelte Domingos. Hm, és ha nem magot eszik, akkor mit eszik? Pacalt mondta Domingos. Az meg mi? Tudakolta a felügyelő. Domingos elmagyarázta neki, hogy a bikaviadalokban megölt bikák gyomrából lehet a legjobb pacalt készíteni, és hogy a portugál kanárik nem is fütyülnek mástól, csak a pacaltól. Kabir leleltátotta a száját. Olyan elképedve bámult rá, hogy Domingos végül is elnevette magát. Ez volt az első nevetése, amit azóta hallottam tőle, hogy elhagytuk Ladakot. Maga most etett engem. Kérdezte gyanakodva a felügyelő. Csak visszaadtam, amit én kaptam annak idején egy indiai haveromtól mondta megsimogatva a bajuszát Domingos. Kis gyerek voltam, olyan három éves, amikor is egy hasonlókorú indiai barátom elhitette velem, hogy Indiában az elefántoknak nincsen lábuk, hanem kerekeken gurulnak. Én meg, amilyen mafla voltam, elhittem, és otthon igyekeztem meggyőzni mindenkit, hogy Indiában a szabadon élő elefántok mások, mint amelyeket a televízióban látunk. Azok ugyanis guruló elefántok. Persze mindenki kiröhögött, én pedig elhatároztam, hogy ha egyszer eljutok Indiába, minden indiait becsapok. Na és hányat sikerült végül is becsapnia? Vigyorgott Kabirlel. Maga az első morogta Domingos de van még időm. Nem sietek. Nyílott az ajtó és besétált rajta egy kék száriba öltözött hölgy. Mosolygott, meghajolt, és az asztal végére ült. Ismerős. Kérdezte rám pislogva Kabillel. Ben akadt lélegzet a torkomban. A hölgy ugyanis balini memszáhib volt. Kabillel felügyelő a memszáhibra mutatott. Engedjék meg, hogy bemutassam, balini hadnagyot a hadnagy a rendőrség rablási osztályán dolgozik. Emer Lorenz, úgy látom, meglepődött. Mit tagadjam bólintottam. Nem száhi balin rám mosolygott. Volt valami a mosolyában, ami bocsánatkérésnek is tűnhetett. Domingos majd lenyelte a bajusza végét a csodálattól. Még hogy ilyet. Csapta össze a tenyerét. Ha Portugáliában ilyen csinosak lennének a rendőrhadnagyok a nőkre gondolok, naponta többször is letartóztattatnám magam. Köszönöm, de Kárváló száhib mosolygott nem száhib balini. Nos akkor talán neki is ugorhatunk a problémáknak javasolta a és magához intette a körülöttünk sündörgő pincért. Itt vannak az urak. Éppen most érkeztek felelte tisztelet napincér. pincér. Kabir biccentett. Vezesse ide őket, kérem. Nem kellett azonban semmiféle vezetés, mert ebben a pillanatban kinyílott a kis külön terem ajtaja, és Bagvaradzs államtitkár lépett be rajta két ismeretlen személy kíséretében. Mindketten bemutatkoztak, de olyan sebesen hadarták el a nevüket, hogy nem értettem őket. Nagy volt a gyanúm, hogy nem is akarták, hogy megértsem. A két férfi fehér turbánt viselt, és úgy hasonlítottak egymásra, mintha ikertestvérek lettek volna. Lehet, hogy azok is voltak. Hogy van, Leslie -e száhib? Kérdezte Bagvarabzs államtitkár. Kissé szertartásosabb volt a hangja a szokottnál, de hát viselkednie kellett. Biztosítottam, hogy soha nem éreztem még jobban magam. Főleg most, hogy megúsztam a ladaki kalandot. És ami a fő, sértetlenül. Bagvarabzs államtitkár ekkor az egyik turbános száhibra mutatott. Ahmed Khan száhib kapta illetékes szervektől a megbízást, hogy foglalja írásba aladagban történteket. Ezért bocsássanak meg, ha beszélgetésünknek enyhén kihallgatás szaga lenne, de biztosíthatom önöket, hogy egyáltalán nem az. Csupán csak a tanulságokat akarjuk levonni belőle, ezért a részletek is fontosak számunkra. Ne nehezteljenek meg ránk, kérem, ha esetleg olyan kérdések is elhangzanak, amelyek, hm, személyes jellegűek. Nem fogunk megsértődni legyinte de aki akinél sértődősebb embert még nem hordott a hátán a földgolyó. Hajlandó vagyok mindenki legintimebb titkait is kifecsegni, kivéve a sajátjaimat. Mindenki mosolygott, még Ahmed Khan is, aki közben már a papírjait rendezgette. Jó csomagüres papírlap feküdt előtte, amiből arra következtettem, hogy nem hamar húzódhatunk be Domingossal egy meghitt kis sörözőbe. Domingos megpödörgette a bajuszát láttam rajta, hogy ő is ugyanerre gondol. Lel, átvéve az elnök szerepét, Ahmed Khanra nézett. Nem tudom, mennyire vannak önök informálva. Semennyire mondta Ahmed Khan. Ezért jobb lenne, ha előről kezdenének mindent. Kabilel összenézett Bagvarabzs államtitkárral, és megvonta a vállát. Akkor talán, megkérném Balini száhibot, hogy mesélje el nekünk, hogy az ő számára mivel kezdődött az az ügy, amelynek feletteseim a múmia vadászok címet adták. A két turbános férfi szemügyre vette Balini száhibot. Úgy tűnt, mintha csak most jöttek volna rá, hogy a memszáhib nem a vendéglő alkalmazotja. Memszáhib. Fordult immár érdeklődve Balini felé Ahmedkán. Balini memszáhib keze kissé remegett, ahogy beszélni kezdett. Hát, azt a feladatot kaptam illetékes főnökeimtől, hogy nézzek utána a csennai újdelhi ügynek. Az micsoda? Bögte közbe a másik turbános, akinek végig nem sikerült megtudnom a nevét. Nos, ez egy kódnév magyarázta Balini hadnagy. Ezzel a névvel illettük azokat az eseményeket, amelyek a csennai újdelhi vasútvonalon történtek. A rablásokat. Rablások. Kérdezte összehúzva a szemöldökét Áhmedkán. Ezen a vonalon ugyanis, folyamatosan rablások történtek. Többször is kirabolták valamelyik kocsit. Engem bíztak meg a rabló kézre kerítésével. Ahmed Khan kissé meghökkenve nézett rá. Alig ha így képzelte el azt a rendőrnőt, akit komoly faj jó rablások felderítésével bíznak meg. Értem, nem száhib morogta. És mire jött rá? Hogy a rablások nem egyszerű vonatrablások felelte nem száhib. Amennyiben. A rablók nem a zsákmányra mentek. Tessék! Hökkent meg Ahmed Úgy értem, hogy nem annyira a zsákmány érdekelte őket. Hanem mi. Ezt akkor még nem tudtam. Csak furcsa volt. Lehetne erről kisé bővebben. Az a helyzet, hogy a rablók mintha csak rabolni akartak volna. A zsákmány értéke nem igen izgatta őket. Mintha kizárólag trófeákat gyűjtöttek volna. Ha elloptak egy bankkártyát, soha nem próbáltak pénzt levenni róla. Ha ékszert raboltak általában kis értékűt, nem próbálták eladni. Mintha nem érdekelte volna őket a zsákmány. Ez tényleg furcsa. Már az ötödik rablás történt ezen a vonalon, amikor megbíztak az ügy felderítésével. Mindenféle tapasztalat nélkül. Balini Memszáhib Bagvaracs államtitkárra nézett. Bagvaracs bólintott. A memszáhib egyéb tevékenysége nem kapcsolódik az általunk vizsgált ügyhöz. Értem, bólintott Ájhmetkán. Folytassa, kérem. Hát, először az tűnt fel, amiről már beszéltem. Mintha a rablókat nem a rablat holmi értéke érdekelte volna, hanem maga a rablás. Mintha az lett volna a céljuk, hogy bójócskát játszanak velünk. Már mint a rendőrséggel. Ahhoz viszont elég nagy apparátussal dolgoztak a semmiért. A kárvallottak vallomása szerint néha négyen öten is részt vettek a műveletben. Ehhez képest elenyésző volt a zsákmány, és még azzal sem tudtak mit kezdeni. Ez volt hát a helyzet, amikor átvettem az ügyet. Ez időtájt magam is számtalan számtalanszor megtettem az utat Csennai és Új Delhi között. De nem volt szerencsém. Egyetlen egyszer próbálták csak azt a vonatot kirabolni, amelyiken éppen tartózkodtam. A kárvallottak vallomásaira pedig csak mérsékelten támaszkodhattam. Valamennyien olyan állapotról számoltak be, mintha elvarázsolták volna őket. A vonaton. A vasúti kocsiukban. Feltételezésem szerint valamilyen kábítószerrel ütötték ki őket. Ezek szerint drogról lehetett szó. Nem hiszem rázta meg a fejét balinímem Száhib. Azt hiszem, ez is a rablás része volt. A vasúti kocsiban majdnem kizárólag az ő embereik utaztak, valamint a kiszemelt vagy kiszemeltek, akiket ki akartak rabolni. És időnként még néhány semmit sem sejtő utas is. A kiszemelteket elkábították. Kik, nem száhib, kik? Kérdezte kissé türelmetlenül Ahmed Khan. A vasúti alkalmazottak közül is jó néhányan együtt működhettek velük. Már ez ügyben is folyik nyomozás. Egyelőre még nincs eredmény, sokan eltűntek a vizsgálat hallatán. Szóval, úgy gondolom, hogy már előre kiválasztottak valakiket és megrendezték a kirablásukat. A személyzet kalauz, szakása többi közreműködésével. Az áldozatokat feltöltötték narkóval, azok pedig csak ritkán emlékeztek vissza rá, mi is történt velük. Össze-vissza meséltek mindent, aminek akkor már nem sok hasznát vettem. De nem is ez volt a lényeg. Sokkal inkább a mellégzönge. Miért? Az mi volt? Kérdezte Ahmed Khan. Néhány gyilkosság, száhib mondta Memszáhib Láttam, hogy a kettes számú turbános kezében sebesen száguld a ceruza. Eddig észre sem vettem, hogy ő is jegyzetel. Gyilkosság. Hökkent meg Ahmed Khan. Milyen gyilkosságokról beszél? Nos, sóhajtotta a memszáhib, az a helyzet, hogy amióta a rablások megkezdődtek, összesen 11 holtestet találtak a sínek mentén. A fenébe. Rázta meg a fejét meglepetten Ahmed Ez már valami. Volt kapcsolat közöttük. Vizsgálataink szerint nem. Néhányuknak sikerült csak kinyomoznunk a személy azonosságát. Sokukat leszúrták, a többit pedig egyszerűen csak kilökték a vonatból. Miután kirabolták őket. Úgy tűnik, igen. Elkábították, kirabolták, megölték. Nem mindegyiket. Van, akivel nem történt semmi különös már mint a rablás után. Mégis, mit gondolt ekkor, Memszáhib? Balini Memszáhib széttárta akarját. Hogy valaki szórakozik velünk. Szórakozik. Ennyi halott azért nem szórakozás, nem gondolja. Úgy gondolom, hogy valakik az orruknál fogva vezettek bennünket. Jó, jó. De miért? Erre szerettem volna rájönni. Aztán egyszer csak rám ragyogott a szerencse. Éppen úton voltam új Újdelhiből Csennaiba, amikor az én vonatomat is kirabolták. Csak nem azt akarja mondani, hogy önt is. Engem szerencsére nem, bár nem tudom, nem akkor lett volna-e igazán szerencsém, ha kirabolnak. Minden esetre szemtanúja voltam, hogy kirabolják Emmer Lorenz-t, akiről akkor még természetesen nem tudtam, kicsoda. Úgy gondoltam, jobb, ha nem avatkozom közbe. Inkább csak figyeltem, hogy mi történik. Emer Lorenz-szel csak később, a vasúti rendőrségen találkoztam. Nem előbb. Kérdeztem. Láttam, hogy Balini memszáhib enyhén elpirul. Még barna bőrén is jól látszott a vörös pír. Balini memszáhi ugyanis megmentette az életemet, mondtam. Valóban. Kérdezte Ahmed Khan. Hogy a fenébe? Engem is ki akartak hajítani a vonatból. Elmagyaráztam neki, hogy az én szemszögemből nézve hogy festett a dolog. Elkábítottak, víziókat láttam, ma sem tudom, hogy mennyi volt belőle a valóság, és mennyi a vízió, minden esetre engem is ki akartak dobni a vonatból. Balini száhib azonban megmentett. Ha nem tűnik fel a közelben, és nem veti közbe magát, azaz nem húz fel a peronra, talán már nem is élnék. Dicséretet érdemel, nem száhib bólintott elismerőn bagvaracs tanácsos. Köszönöm, száhib. Mit tud ehhez még hozzátenni, Lorenz száhib? Szinte semmit mondtam. Nagyon rossz volt a vacsora. Tele lehetett nyomva kápszerrel. Sőt, erre még rányeltem egy tablettát is. Egy tibeti szerzetes ajánlotta. Szerzetesek is utaztak a vonaton. Többen is. De hogy valóban azok lettek volna, abban kételkedem. Bár egy idősebb közülük valószínűleg valaha az lehetett. Ezután. Elkapott a kalauz. Azt akarta elhitetni a közben felbukkant érdeklődőkkel, hogy öngyilkos akartam lenni. Valószínűleg ő is a banda tagja volt. Ennek utána kell nézni, mondta Ahmed Khan a másiknak. Értem, Száhib. Nos, folytassa, Lorenz Száhib. Csandragupta felügyelő kezébe kerültem. Ó, oh, a jó öreg csandragupta. Megszorongatta, mi. Nem tudott mit kezdeni velem. Kiderült, hogy ellopták a bankkártyámat, amin nem sok pénz volt, bár csandraguptának jóval többet mondtam. Azt gondoltam, hogy ha megemelem az összeget, meggyorsítom vele a nyomozást. 40 ezerért érdemes nyomozni, 100 dollárért alig ha. A rendőrségen aztán ismét találkoztam Balinímem száhibbal. Csandragupta tudta, kicsoda maga. Nem tudta rázta meg a fejét a Memszáhib. Nem közöltem vele. Emmer Lorenz végül is hogy került össze önnel? Amint tudom, maga rábeszélte valamire. Véletlenül összeakadt a tekintetünk. Mintha apró fényeket láttam volna csillogni a Memszáhib szemében. Megkértem, hogy segítsen nekem, mondta. Persze csak akkor, amikor elhagytuk Gupta irodáját. Maga tehát megkérte, hogy segítsen önnek. És ezt hogy érte el? Lorenz Száhib nagyon segítőkész ember. Nem fűzött hozzá semmit ahhoz, amit eddig elmondott, és én sem óhajtottam elmesélni a víziló fejes gyűrűvel kapcsolatos történetemet. Megtettem mindazt, amire Balini kért, elvégre akkor már engem is kezdett érdekelni a dolog. Balini feltételezése sikert hozott, addig-addig feltűnősködtem új amíg meg nem akadt rajtam a tettesek szeme. Talán még fogadást is kötöttek rám. Minden esetre az új Delhiből csennaiba vezető úton ismét kiraboltak. Akkor persze már áll ruhában voltam. Fogalmuk sem lehetett róla, hogy egyszer már a karmai közé kerültem, azt hitték, hogy friss hús vagyok. Természetesen végig nyitva tartottam a szemem. Ezúttal már nem is sikerült elkábítaniuk. Ezután meg akartak ölni. Biztos ez? kérdezte Ahmedkán. Holt biztos. Azután. Hogy meg ne öljenek, leugrottam a vonatról. Besétáltam egy állomásra, ahol háborús állapotok fogadtak. Mivel attól tartottam, hogy az áruhám miatt bajom eshet zavargások esetén nem mindig jó, ha az ember a hülye külföldit játsza, ezért megszabadultam az áruhámtól. Találkoztak még ezután? Kérdezte kíváncsian Kabirrel. Egyszer futólag láttuk egymást, ha jól emlékszem. Balini Memszáhib is hallgatott, én is hallgattam, ő sem említette, hogy alaposan becsapott, én sem említettem. Azt azért, hogy tartozik nekem, nem felejtettem el. Csupán az volt a kérdés, hogy valóban tartozik-e. Elvégre egyszer megmentette az életemet. Alig ha nem elábrándozhattam, miközben a memszáhi arcán legeltettem a szemem. Jó lenne egyszer megbeszélni, hogy ki tartozik kinek, és mivel. Ezzel ez a történet véget is ért, hallottam hirtelen a saját hangomat. Akkor azt hittem, hogy folytatódni fognak, de a rablások megszűntek. Mivel Balinimem Száhib is eltűnt előlem, úgy döntöttem, hogy kiteszem a pontot a mondat végére. Akkor hallott először Emmer-Carringtonról és Emmer-dermotról. Mindig is tudtam, hogy léteznek kerintön gumiabroncsok és dörmött pipereszerek, de alig, ha csak a tudatalattimban húzták meg magukat. Igazán kíváncsi lennék rá, ön hogyan látja őket. Egyetlen másodpercig töprengtem csak, aztán megvontam a vállam. Miért ne? Nos Emmer Kerintön és Mr. Dermot a testvérek voltak. Jó módó családokban születtek, attól a pillanattól kezdve, hogy megjelentek az emberiség térképén, gazdagnak mondhatták magukat. Mivel a két család közel lakott egymáshoz, majd nem egy házban nevelkedtek. Mindketten ügyes és okos fiúk voltak, úgy szerették egymást, mintha igazi testvérek lettek volna. Csak hogy furcsa szeretet volt ez, amolyan kutyamacska barátságnak is mondható. Mindketten vezető típusok voltak, amellett irigy természetűek is. Nem tudták elviselni, ha a másik sikereket ért el, társa azonnal túl akarta szárnyalni. Mindegyik magának akarta a hegemóniát. Ebből aztán furcsa dolgok következtek. Mondjuk úgy, hogy ha valamelyiküket valaki bele akarta volna lökni egy szakadékba, a másik még élete árán is igyekezett volna megakadályozni. De ha versenyezni kellett volna, hogy ki képes belelökni a másikat ugyanabba a szakadékba, mindegyik megtett volna mindent azért, hogy sikerüljön neki. Legalábbis kezdetben. Kezdetben. Később kissé finomodott a kapcsolatuk. Mindent megtettek volna, hogy győzzenek, akármilyen versenyről legyen is szó, de már nem törtek egymás életére. Néhány szóval elmeséltem nekik, hogy Kerintöné és Dörmöt ifjú korában milyen elkeseredetten harcolt a kettejük közötti vezető szerepért. Beszéltem a felgyújtott bélyeggyűjteményről, az ejtőernyős ugrásokról, és még néhány kisebb jelentőségű dologról. És arról a furcsa szokásról, amely ekkor kezdett kialakulni közöttük. Ez pedig úgy szólt, hogy a két férfi kitűzött magának valamilyen célt, fogadtak rá, ki éri el előbb, és már is kezdődhetett a verseny. Ezekről még vajmi keveset tudunk, az amerikai hatóságok majd kiderítik, ha akarják. A verseny minden esetre egyre keményebb lett közöttük folytattam. Az imént mintha azt mondta volna, hogy inkább finomodott értetlenkedett Kabillel. Ez is igaz, meg amaz is magyaráztam. Kétségtelen tény, hogy már nem akarták egymást feltétlen elpusztítani, ha ez megtörtént volna, azaz egyikük meghalt volna, elrontotta volna vele a másik szórakozását. Szórakozását. Hökkent meg Kabillel. Ha hiszi, ha nem, ők kiválóan szórakoztak. Dús gazdagok voltak, kellett nekik valami kis elfoglaltság. Vállalkozásai kontották a pénzt, amihez nyúltak, arannyá változott hogy bele ne penészedjenek az unalomba, el kellett foglalniuk valamivel magukat. Várjon csak egy pillanatra. Emelte fel az ujját a kettes számú turbános, akinek nem tudtam a nevét. Ön egy folytában versenyre hivatkozik velük kapcsolatban. Tud mondani valami konkrétumot is. Leszámítva a már említetteket, amelyek, hm, bármennyire is veszélyesek voltak, mégis inkább ifjúkori csínnek értékelhetők. Egyet mondanék csak sóhajtottam és azonnal rá is térek erre. Csupán közbevetem, hogy Emmer kerintön az idők folyamán megnősült, Mr. Dermot viszont sokáig legény maradt. Elmeséltem nekik mindent, amit Hári Morgantől hallottam. Hogy Emmer kerintön véletlenül betévett egy farmra, ahol megpillantotta a gyönyörű Lucy Hovardot, és rövidesen feleségül is vette. A lány valóban gyönyörű volt, és bizonyos idő elteltével Emmer Dermotnak furcsa gondolata támadt. Na ne! Vágott közbe Kabillel. Csak nem azt akarja mondani, hogy fogadást ajánlott Carringtonnak. Ezt nem hiszem el. Pedig ez történt. Mr. Dermot versenyre hívta ki a barátját és örökvetétársát. Aki győz, azé az asszony. És ebbe Emmer -kerintön belement. A tények ismeretében igen. És veszített. Mi volt egyáltalán a feladat? Ezt sajnos nem tudom ismertem be de talán nem is olyan fontos. Az a lényeg, hogy ismétlem a versenynek Lucy Howard volt a tétje. És Mr. Dermot nyerte meg. Ez szinte hihetetlen. Pedig ez történt. Carrington, miután vesztett, kénytelen volt elválni Lucy Hovartól, aki nem sokkal ezután hozzáment Emmer Dermothoz. Csak úgy, magától. Nos, fel kell tételeznünk, hogy Lucy Hovard egyáltalán nem volt szerelmes a férjébe, és akkor még nagyon finom vagyok. Képzeljenek el egy gyönyörű nőt és Emmer El tudják képzelni, hogy ez a nő, csak úgy, első látásra belehabarodik az egyik után egy másik pókba. Alig harázta meg a fejét Kabirlel. Még Domingos is egyetértőn húzogatta meg a bajuszát. Miss Hovardot csupán a gazdagság vonzotta. Gondolják csak el, él egy elhagyatott farmon egy gyönyörű lány, népes családjától körülvéve, egyetlen esélye az, ha beleszeret a benzinkutas, vagy valamelyik szomszédos farmvíz vízfejű örököse. Egyszer csak váratlanul megjelenik fehér lovon a herceg, és megkéri a kezét. A fehér ló helyett persze egy fehér limuzin értendő. Csodálják, hogy Miss Hovard eszeveszett sebességgel hozzáment. Még akkor is, ha a kérő inkább pókra hasonlított, mint hercegre vagy királyfira. Summa-summarum, Lucy hovar nem szerette a férjét, talán csak egy icipicit hálás volt neki, bár a későbbiek ismeretében ez is alaposan kétségbe vonható. Na és emmer kerintön? Kérdezte Ahmed Khan. Talán igen, bár bizonyos idő után már ez sem maradt mindent elsöprő szerelem. Főleg, miután kerintön rájött, hogy az asszony fosztogatja őt. Még hozzá rendszeresen. Emmer kerintön tudomásul vette a tényt, nem csinált nagy ügyet belőle. Csak később orrolt megérte, amikor rádöbbent, hogy a felesége még szemérmetlenül csajja is. Dörmöt vajon tudott róla, hogy a barátja felesége lenyúlja kerintön pénzét, és hogy szeretői vannak? Természetesen tudott. És mégis kellett neki a nő. És mégis feleltem. Na igen, morogtak a nagy a nők hatalma a férfiak felett. Olyan beleéléssel mondta, mintha görög drámaíró vagy megcsalt férj lett volna. Mr. Tarringtonból tehát Mr. Dörmöd lett. Különben nem változott semmi maradt az eredeti forgatókönyv. Mr. Carrington, illetve immár Mr. Dörmöt most már Mr. Dermot pénzét nyúlta le, őt csalta, de Dermotnak így is megfelelt. Dörmöt imádta a nőt, és ki is tartott volna mellette ki tudja, meddig, ha mister. Dörmöt nem követ el egy óriási hibát. Mi csodát? Hajoltak előre valamennyien. Azt, hogy mohó volt mondtam. Belenyúlt a darásfészekbe. Az meg mi csoda? Tudakolta Ahmed Khan. Konkrétan nem tudom, de alig ha nem jól képzelem el a dolgot. Na és hogy képzeli? Úgy, hogy megtudott valamit, ami Mr. Dermot és valószínűleg ember kerintön egzisztenciáját veszélyeztethette, és amilyen ostoba volt, fel is akarta használni az információt. Pontosan. Úgy gondolom, hogy a két férfi gazdasági tevékenységében rejtőzhetett valami, ami, ha napfényre kerül, mindkettejüket börtönbe juttathatta volna. Lucy hovard ezzel az információval játszadozott. Másképpen mondva, megfenyegette őket. Vajon miért? Természetesen pénzért. Lucy Howard nem akart tovább Mr. Dörmött lenni, mint ahogy korábban Mr. Carrington sem. Talán már jelölte is akadt, akire lecserélhette volna a kettes számú pókot. És ez az információ a halálos ítéletet jelentette számára. Ez érdekes merett a levegőbe Ahmed Khan. Emmer Carrington és Mr. Dermot komolyan megijedt az asszony fenyegetésétől. Ettől a pillanattól kezdve nem vetétársak voltak már, hanem szövetségesek. Rádöbbentek, hogy Mr. Dörmöt, azaz Lucy, óriási veszélyt jelent számukra. És hogy csak egyféleképpen szabadulhatnak meg tőle. Ha megölik, mondta Kabirlel. Pontosan bólintottam. És meg is ölték, vagy ölették. Hogy kitette, név szerint nem tudom, de nem is fontos. Majd a hatóság megpróbálja kiszedni belőlük, de nem lesz egyszerű dolga. Akinek annyi pénze van, mint nekik, megfogadhatja a világ legjobb ügyvédeit. Visszatérve Lucy Hovardra, azt akarták, hogy fizikai valóságában is végleg tűnjön el. Ezért a potomat folyóba dobták a holtestét. Kerintön és dörmött feje felől elhárult a veszély, azt hitték, hogy ezzel véget is ért felettük a csinos feleség uralma. Csak hogy tévedtek, még hozzá nem is kicsit. Volt valaki, aki keresztül húzta minden számításukat. És, ki volt ez a valaki? Kérdezte Ahmed Khan. Lucy Hovard testvére, Beverly Hovard. Kettő. Beszélnem kellett nekik Beverly Hovardról. Ő kicsoda? Kérdezte Ahmed Kahn. Elmeséltem nekik, hogy Lucy Hovard kis húga, aki legalább olyan szép, mint a nővére. Persze akkoriban, amikor kerintön azon a koszos farmon megismerte a nővérét, Lucájt, Beverly még kislánynak számított. Ám múltak az évek, és a kis gyönyörű nő lett. De már nem a farmon, hanem Lucy hovard szárnyai alatt, mert hogy Lucy a szárnyai alá vette a kis Beverly mindent tudott Lucájról, tudta, hogy milyen lendületesen kopasztja a férjeit, s hogy mekkora vagyont sikerült már lenyúlni a tőlük. Ő nyitotta a saját nevére azokat a bankszámlákat, amelyekre a lopott pénzt helyezték. Lúzi ugyanis óvatos volt, tisztában volt vele, hogy férjei bármikor visszakövetelhetik a pénzüket, ezért Beverlyt bízta meg a vagyon kezelésével. Nem mondja, hogy tőle meg Beverly lopta el. De hogy? Beverly imádta a nővérét, és nem akart rosszat neki. Becsületes és megbízható volt. Becsületes. Hökkent meg kabír a maga módján, és a nővérével kapcsolatban. Gondolom, azért neki is megvolt a maga külön kis bankbetéptje. A két gyönyörű nő élte tehát világát, míg nem a végzet lesújtott rájuk. De szépen mondta, egyem a szívét dicsért meg a felügyelő. Kerintön és dörmöt eltették, vagy eltetették láb alól Lucy hovardot. A kétség esett Beverly hiába kerestette, nem találták. Ekkor a lány elküldte Lucy DNS mintáit a megfelelő helyre, hogy ha gyanús holtestet találnának, amelyet nem tudnak azonosítani, vessék össze a mintákat. Mintha csak megérezte volna, hogy Lucy előbb-utóbb előkerül. És elő is került. Az azonosítás is megtörtént, és kiderült, a felismerhetetlen holtözt Lucy Hovard, a gyönyörű Mr. Dörmöt, azaz mister. Carrington. Beverly azonnal rádöbbent, hogy mi történhetett? Szeretett, sőt, imádott nővérét kerintőn vagy dörmöttetette el lábalól. Vagy mind a kettő. És ekkor Beverly Hovard bosszút esküdött a két volt férj ellen. És most, hol bújkál ez a Miss Hovard? Mármint Beverly Hovard? kérdezte Khan. Ha nem tévedek, itt, új Újdelhiben feleltem. Alig, ha nem a sebeit ápolja. Annak ellenére meglépett, hogy megsebesült, és a kutyák őriztek bennünket. Remélem, nem esett nagyobb baja. 3. Mielőtt folytathattam volna mondandómat, te a szünetet tartottunk. A két száhib, Ahmed Kán és a névtelen, félrevonultak egy sarokba, és ott pusmogtak. Nem illett volna egy baráti társaságban, de mi minden voltunk, csak baráti társaság nem. Kabil el magába mélyedve szürcsölte a teáját, Domingos hallgatagon a bajuszát pödörgette, Balinimem száhib kivonult a mosdóba, Bagvaracs pedig cigarettára gyújtott. Jó magam szerettem volna minél hamarabb túl lenni az egészen. Nos, akkor talán folytassuk is, mondta egyszer csak Ahmed Khan az órájára pislogva. Minden rendben, Lorenz száhib. Bólintottam. Tehát. Beverly hovarnál hagytuk abba. Van még valami hozzáfűzni valója. Csupán annyi, hogy Beverly, testvére maradványai felett megfogadta, hogy megbünteti a gyilkosokat. Persze nem tudhatta, ki húzta meg végül is annak a stukkernak a ravaszát, amelyből kiröppentek a végzetes golyók, de nagyon is joggal feltételezte, hogy az igazi gyilkosok a volt férjek. Elhatározta hát, hogy kegyetlen bosszút áll rajtuk. Nem bízza a hatóságokra az igazságszolgáltatást. Okos nő volt, belátta, hogy hivatalosan nem menne semmire. Még talán vizsgálati szakaszba sem jutna az ügy, ha fejjelenteni őket. Sőt, még az is előfordulhatna, hogy ő kerülne bajba. Ne feledjük, neki is volt vaj a fején, hozzá nem is egyetlen csomaggal. Mindent tudott a nővére manipulációiról, és ő is kapott jócskán az elcsort pénzből s mivel a hivatalos út járhatatlannak tűnt számára, mint említettem, ő maga vette kézbe az igazságszolgáltatás ügyét. És most, ha megengedik, kissé váltanom kell. A két volt féri viselt dolgaira térnék rá, ha nincs kifogásuk ellene. Csak tessék, tessék intett bagvaradzs államtitkár. Magáé a pálya. Ott hagytuk tehát abba, hogy Beverly Hovarda bosszúról álmodott. Ez alatt természetesen múltak a napok, a napokból hónapok lettek, és így tovább. A két gazember pedig folytatta kisded játékait. Boldogok voltak, hogy megszabadultak házi vámpíruktól, aki a pénzüket szipolyozta, és elhatározták, hogy folytatják vetélkedőjüket, amelyet Lucy Hovard miatt időlegesen abba kellett hagyniuk. És alig hanem új szabályzatot dolgoztak ki. Új szabályzatot. Hökkent meg Bagvaradzs tanácsos, aki kezdett egyre aktívabbá válni. Az meg mi az ördög? Honnan tud maga erről? Ki következtettem, mondtam. Ki következtette? Mi az ördögből? Abból, amiket magam is tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy létrehoztak egy szabálykönyvet, amelybe beleírták vetélkedőjük szabályait. Persze csak képzeletben. Ez amolyan virtuális szabálykönyv volt. De hát, mi a fenéért volt erre szükség? Nem bíztak talán már egymásban. Nem hiszem, hogy emiatt. Inkább azért, mert elkezdték, Juni, az egészet. Ritkán láttam életemben annyira elképett arcokat körülöttem, mint ekkor. Ezt, ezt, én nem értem, hebegte Bagvarocs tanácsos. Juni kezdték a szórakozásukat. Ezt akarja mondani. Ezt bólintottam. És, miért? Mert már nem tartották elég izgalmasnak. Hiába volt nagy a versenytétje, százezer vagy milliós nagyságrendű, a pénz már nem dobta fel egyiküket sem. Egyre színesebbé szerették volna tenni a vetélkedőt. És, mivel? kérdezte Kabillel. Gyilkosságokkal feleltem. Főleg saját kezűleg elkövetett gyilkosságokkal. Négy. És ezt, hogy a fenébe képzeli el? kérdezte hitetlenkedő mosoly kíséretében Kán. Az lett volna a vetélkedő célja, hogy megölnek valakit. Korán sem mondtam. Csupán az új szabályok szerint engedélyezve lett az emberölés is. Még a saját embereik megölése is. Ez volt az igazi újdonság az eddigiekhez képest. Azt hiszem, maga alaposan elszállt a valóságtól, csóválta meg a fejét Khan. Van erre egyáltalán bizonyítéka. Csak közvetettek, mondtam. Erről majd később beszélnék a szabálykönyvben, amit kidolgoztak. Úgy beszél róla, mintha látta volna vetette közbe a névtelen száhib is. Nem láttam, mert le sincs írva. Akkor, mint mondottam is, az eseményekből következtettem rá. Ennek a képzeletbeli szabálykönyvnek az első pontja lehetne, hogy bármilyen vetélkedő is zajlik közöttük, ők maguk sérthetetlenek, azaz nem tekinthető célpontnak. Sérüléseket okozhatnak ugyan egymásnak, de ezek nem lehetnek súlyosak, csak kellemetlenek. Ha például skorpiót csempésznek egymás cuccai közé, amely megszúrja az illetőt, csak olyan fajta skorpió lehet, amelynek a szórása nem halálos. De, hiszen akkor. Csak nyugalom, nyugalom igyekeztem lecsendesíteni. Inkább mondanám a következő pontot. Mindegyikük szervezhet egy csapatot tehát segítőket vehet maga mellé, akik ugyancsak harcban állnak egymással, főnökeik védelmében. Ők akár súlyosan is megsérülhetnek, sőt meg is halhatnak. A szabály nyilván úgy szólt, hogy a csapatok tagjainak az élete nem kímélendő, még az is engedélyezett, hogy az azonos csapat tagjai egymást nyírják ki. Így még érdekesebb a küzdelem. De hát ez, őrület. Kapott a homlokához bagvaradzsállam titkár. Ez az igazság vontam meg a vállam. Összefoglalva tehát, a két főnökön kívül senki sem kímélendő. A cél érdekében szakértők és testőrök egyaránt feláldozhatok. Így lett egyre izgalmasabb számukra a történet. A csapatok tagjai természetesen erről mit sem tudtak, ők valóban azt hitték magukról, hogy szakértők és testőrök. Pedig csak két bomlott elme áldozatai voltak. A francba is dörmögte Domingos, aki ugyanúgy nem volt tisztában a történtek okaival, mint a többiek, kezdte egyre kényelmetlenebbül érezni magát. Ekkor döbbent csak rá, hogy mekkora veszélyben forogtunk valamennyien. Bizonyára az is benne volt a szabályzatban, hogy a versenyzőknek igyekezniük kell egyre több borsot törni a másik orra alá persze a megadott korlátok között. Nem volt ez túlságosan veszélyes számukra. Kérdezte a lassan magához térő Ahmed Senki nem tudta, mi az igazság. Valamennyi közreműködő meg volt győződve róla, hogy az az igazság, amit alkalmazóik beadtak nekik. Mindannyian azt hitték, hogy a másik csoport a halálos ellenségük. Nem jöttek rá az igazságra. Maga rájött volna. Nem tudom rázta meg a fejét Kabirlel. Kerintön és Dörmöt ügyes színészek voltak, volt gyakorlatuk a szerepjátszásban. Így Igyekeztek olyan szituációkat teremteni, amelyek azt igazolták, hogy vetétársak, sőt kifejezett ellenségek. A csoportok tagjai valóban ellenségnek tekintették a másik csoportbelieket, és szívesen megölték volna őket, abban a hiszemben, hogy azok az ő életükre törnek. Már ez is szórakoztató látvány lehetett dörmöt és kerintön számára. A végén pedig nem lett volna szabad életben maradnia a senkinek. Nem tűnt volna fel ez a hatóságoknak. Úgy tervezhették, hogy néhány alkalom után abba hagyják az ilyesfajta vetélkedőket, és másféle szórakozást eszelnek ki maguknak. Minden esetre az új játékszabályok megalkotása után elkezdték az első játékot. Mi és mi lett volna az? Kérdezte bizonytalan hangon Kán. A vonatrablások mondtam. 5. Ha villámvágott volna közénk egetrengető dörgés kíséretében, akkor sem bénultak volna le annyira, amennyire a szavaim sújtották le őket. A vonat, rablások. Nyögte bagvaraj felügyelő. A csennai újdelhi vonaton történt rablásokra gondol. Azokra bólintottam. Azt állítja, hogy azok mögött is Emmer Kerinton és Mr. Dermot álltak. De még mennyire? Honnan az ördögből veszi ezt? Van néhány felvételem róluk. Miről beszél? Elmondtam nekik, hogy az informátorom megajándékozott néhány képpel, amelyet egy videokamera vett fel, s egy amerikai újság közölte őket. A képeken világosan kivehető Mr. Dermot és Mr. kerintön alakja. Az arcuk kissé homályos, az alakjuk viszont kerintön pókkeze, póklábai, dörmött pókhassa sokat elárul róluk. Hol vannak azok a felvételek? Kérdezte a Elővettem őket a táskámból és letettem eléjük. Úgy kaptak utána, mint sivatagban szomjazó vándor a tündérek ajándékozta a jeges tömlő után. Elsőnek Bagvaracs nézte meg, aztán továbbadta őket. Kétségtelen sóhajtotta. Ők azok. Miután megszemlélte mindenki, Bagvaracs Balini Memszáhib elé tette a képeket. Ön mit szól hozzá, Memszáhib? Ők azok, mondta az asszony. Ekkor döbbentem csak rá, hogy az udvariasság szabályai szerint neki kellett volna elsőként megmutatnom őket. Csak hát minek mutattam volna meg, amikor éppen ő szereltette fel az első rablások után a kamerákat, és ő látta először a felvételeket is. Akkor most mi van? Kérdezte a Bill Mindannyian rám néztek, és megpróbálták kitalálni, mi minden lehet még a tarsolyomban. Nos, úgy gondolom, hogy ez is egy feladat volt. Egy verseny, vetélkedő, vagy akárminek is nevezzük. Azt a célt tűzték maguk elé, hogy többször is kirabolják a csennai újdelhi vonatot. Természetesen nem a pénz miatt, amint arról már beszéltünk is. Toboroztak egy-egy csapatot, és kiraboltak valakit a vonaton. Ők persze csak nézőként vettek részt a rablásban. De részt vettek benne, mert így volt igazán izgalmas a dolog. Egyik alkalommal az egyik csapat rabolt, a másikban a másik. Előre kidolgozott módon. Az a csapat győzött, és ezzel természetesen a vezető is, akinek először sikerült egy meghatározott számú rablást végrehajtania. Mondjuk, akik először érték el az ötöt. Ezek tényleg őrültek, csóválta meg a fejét Ahmedkán. És a kirabolt személyek. Valószínűleg véletlenszerűen esett rájuk a választás. Bár ezt nem Száhib kétségbe vonja, hanem tévedek. Minden szem Balini Memszáhibra merett. Igaz ez, Memszáhib? Kérdezte Ahmed Kán. Balini Memszáhib megrázta a fejét. Nem feltétlenül. Én éppen az ellenkezőjét gondolom. Emmer Lorenz például igenis tudatosan választották ki. Hogy minden egyes alkalommal előre kiszúrtak-e valakit maguknak, azt még nem tudom. Ehhez meg kellene vizsgálnom az összes fellelhető kárvallottat, amire sajnos még nem volt időm. De hogy Emmer Lorenz nem véletlenül került az útjukba, arra mérget mernék venni. Miért választották pont őt? Értetlenkedett Kabillel. Szerettek volna minél nagyobb port felverni. Ettől még izgalmasabb lett ugyanis a verseny. A hatóságok előre tudták, hogy melyik vonalon történik a rablás, ráadásul egy neves embert raboltak ki a rendőrség szeme előtt, hát ez már csúcs teljesítménynek számított, akár melyikük is követte el. Mikor jött erre rá? kérdezte kíváncsian Bagvaragy. Miután Emmer Lórenzték kirabolták. Persze ez akkor még csak feltételezés volt, meg kellett bizonyosodnom róla, hogy így van-e. Ez szerint Emmer Kerintön és Mr. Dermot ismerték Emmer Lórenzté. Biztos vagyok benne. Mindketten vonzódtak kelet iránt, elvégre jó néhány gyáruk és üzemük található itt, Ázsiában. Köszönöm szépen az ilyen vonzalmat legyintett Bagvaragy tanácsos. Balini nem száhib bocsánat kérőn pislogott rám. Úgy gondoltam, hogy Emmer Lorenz té is bevonom a nyomozásba. Ezt meg hogy csinálta? Hát, mint korábban említettem, a lelkére beszéltem. Megkértem, hogy segítsen nekem. Anélkül, hogy tudta volna, ki vagyok. Elküldtem új Delhibe, hogy csináljon egy kis felhajtást. No fene. És mi volt az a felhajtás? Megkértem, hogy keltsen minél nagyobb feltűnést. Akkor át, hogy érdemes legyen kirabolni. Ez nem világos előttem húzta össze a szemöldökét Ahmedkán. Ha ismerték Lorenz száhibot, sőt egyszer már ki is rabolták, nem hiszem, hogy másodjára is megkísérelték volna. Éppen ezért. Emer Lorenz, hm, álruhában tevékenykedett. Balini asszony szép, szabatos mondatokban elmondta, hogy hogyan történt közben a szeme sem rebbent. Mintha nem is érdekelte volna, hogy amit tett, az enyhén szólva sem törvényes. Hát ez, morogta Ahmed Khan. Hát ez. A többiek lesütötték a szemüket. Ez, igen kellemetlen, nem morogta mély sóhaj kíséretében bagvaracs tanácsos. Ha Emmer Lorenz esetleg, megorlott volna önre emiatt. Minden szem felém fordult. Kivéve Balini Memszáhibét, aki az asztallapjára meresztette a szemét. Az én beleegyezésemmel történt, mondtam. Balini Memsahib bizonyára elfelejtette, hogy annak idején megbeszéltük a dolgot, és én beleegyeztem. Így volt, memszáhib. Kérdezte a tanácsos. Balini mélyet sóhajtott. Már nem emlékszem rá. Ha Emmer Lorenz nem tesz fejjelentést, akkor akár tovább is léphetünk, javasolta Ahmed Khan. Nem teszek, nyugtattam meg mindenkit. Már el is felejtettem a történteket. Ezzel az ügy le is zárult nyugtázta Ahmed Khan. Szóval, ön szerint, Mem sahib, egyszer csak befejeződtek a vonatrablások. Úgy értem, hogy mielőtt kezdetét vette volna a múmia vadászat. Biztos vagyok benne, hogy igen. Na és miért? Mert valamelyikük megnyerte a versenysorozatot. Ezzel részemről is lezárult az ügy. De egyszer azért még találkozott Emmer Lorenz-szel. Új delhiben bólintott Balinimem száhib. Csak ellenőriztem, hogy hol tartózkodik. Arra gondoltam, hogy hát ha a későbbiekben még szükségem lehet rá. Amikor aztán elrepült ladakba, már nem követtem. Balinimem száhib arról mélyen hallgatott, hogy miatta estem bele szegény Miss Palmerrel együtt India legbüdösebb kanálisába, valamint hogy kaptam egy kollégájától egy jókora pofont. Ahmed Kán az órájára pislentott. Akkor hát, hogy is volt azokkal a múmiákkal, Lorenz száhib. Nem lesz rövid fenyegettem meg. Ha el sem kezdi, még tovább tart. Ahogy óhajtják. Nos, azzal kell kezdenem, hogy miután a vonatrablások lezárultak, valamelyikük megnyerte a versenyt és felvette a győzelemért járó díjat. Van valami ötlete, hogy mi lehetett az. Talán pénz vontam meg a vállamat. Bár ez egyáltalán nem biztos. Ha mégis, akkor legalább százmilliós milliós nagyságrendről lehetett szó. Ezután ki kellett találniuk valami egyebet, hogy bele ne penészedjenek az unalomba. Szerintem jóval korábban kidolgozták már egy új, mindennél izgalmasabb verseny részleteit. Úgy gondolták, hogy ez megkoronázza majd minden eddigi vetélkedőjüket. Aki megnyeri, az földbe döngölheti a másikat. Erről valamit? Kérdezte Ahmed Khan. Mivel Emmer Kerinton és Mr. Dermot gyakran tartózkodtak távoli, romantikus helyeken, valamiért megkedvelték a múmiákat. Rájuk alapították hát az elkövetkező vetélkedőjüket. Úgy tervezték, hogy ennek a tárgya a múmia vadászat lesz. Mindeddig ismeretlen múmiák előkerítése. Ehhez persze ki kellett dolgozniuk egy részleges forgatókönyvet. Olyan múmiákról szóló legendákat kellett keresniük, amelyekben akár ott is rejtőzködhetett az igazság magva. A következő verseny előkészítésébe már akkor belekeztek, amikor a vonatrablások még tartottak. Elszeszedt ötleteik voltak, nem is vitás morogta Ahmed Khan. Bizonyára olvastak a három önmagát mumifikált szerzetes történetéről, és úgy határoztak, hogy őket fogják célba venni. Aki a három közül megtalál kettőt, az nyeri a versenyt. Tartottam egy kis szünetet. Nem mukkant meg egyikük sem, zavartan bámultak maguk elé, így próbálták feldolgozni magukban a hallottakat. Biztosak voltak benne, hogy a három szerzetes múmiája valóban létezik. Hogy lehettek volna biztosak? Ezek szerint abban sem, hogy a Himalájában vannak elrejtve. Abban sem. Akkor hogy a fenébe akarták megtalálni őket? Olyan ez, mintha valaki egy sötét szobában egy fekete macskát akarna megfogni, amelyik nem is biztos, hogy létezik. Nagyjából igen bólintottam, de ha nincs macska a sötét szobában, oda kell vinni egyet. Például kitömve. Akkor már biztosak lehetünk benne, hogy a macska a szobában van. Ez érdekes tűnődött el Kán, folytassa csak. Tehát, Mr. Dermot és Emmer kerintön is azt az elvet vallotta, hogy ha nem létezik valami, és ők mégis meg akarják találni, akkor oda kell vinniük. Mi a fenét fecsegít maga össze-vissza? Hökkent meg Bagvaradzs. Egy kukkot sem értek az egészből. Úgy gondolták, hogy elrejtenek három múmiát a Himalájában, mondjuk, ladakban, aztán elindulnak megkeresni őket. Most már világos. Az a fenét. Dühöngött Bagvaradzs. Tudja, mint gondolkodom én. Hogy vagy én vagyok hülye, vagy maga nem képes normálisan kifejezni magát. Ez azért is furcsa, mert eddig még nem tapasztaltam magánál ilyen hiányosságot. Bocsánat, emelte fel az írószer számát a névtelen Száhib. Azt hiszem, értem, mire céloz Lorenz Száhib. Na, akkor árulja el nekünk is. Biztatta Bagvaradzs. Nekik maguknak kellett három múmiáról gondoskodniuk, ha meg akarták találni őket. Én még mindig. Honnan szereztek múmiákat? Fordult felém a névtelen Száhib. Ez volt a kérdés, bólintottam. Hogy honnan szerezzenek? Múmiát nem lehet csak úgy egyszerűen a piacon vásárolni. Na és honnan szereztek? kérdezte Gónyosan Ahmed Kán, aki, ami az értetlenséget illeti, csatlakozott Bagvarashoz. Csináltak maguknak, mondtam. De hiszen a múmiák valaha élő emberek voltak. Én is így gondolom. Érdekes volt megfigyelnem, ahogy egyik pillanatról a másikra ahogy felfogták, hogy miről beszélek mennyire megváltozott az arc kifejezésük. Még Domingos is kedvetlenül pödörgette a bajuszát, pedig ő már mindent tudott a múmiákról. Kabilad nem érte meglepetésként, amit mondtam. Ő már értesült róla, hogy az egyik múmiának tömött a foga. Már pedig néhány évszázaddal ezelőtt, Tibetben, a fogápolásnak csupán egyetlen formája létezett, a húzás. Nem szólt egyikük sem, mintha azt gondolták volna magukban, hogy ha nem mondom ki mindazt, amit percek múlva úgy is ki fogok mondani, akkor az, ami megtörtént, talán meg nem történté válik. Készítettek maguknak három múmiát ismételtem. Dugs, Damaru és Drilbum múmiáját. Na és az, igaziak? Kérdezte Bagvaros száhib. Hogy mi van a három szerzetes múmiával? Talán csak legenda. Emmer Carringtont és Emmer Dermottot nem érdekelte, hogy a három múmia eredetie, vagy sem. Ők csak meg akarták találni őket. Vesszek meg, ha értem. Csapott az asztalra Bagvaraj. Még Ganésának is meg kellene erőltetnie magát, ha el akarna igazodni a maga zavaros szövegén. Pedig az elefánt fejű a bölcsesség képe is. Ha megengedik, folytatom sóhajtottam. Tehát készítettek maguknak három múmiát. És honnan szerezték hozzá az alapanyagot? Tudakolta a Ahmedkán. Emmer kerintön gyárából mondtam. Hat. Na, erre ismét csak keletkezett egy kis felfordulás. Volt, aki nevetett, volt... Aki a fejét rázogatta, Ahmed Kán pedig egyenesen úgy nézett rám, mintha elmeháborodott lennék. Maga azt állítja, hogy a múmiák gumiból készültek. Ez hihetetlen. Kabil el szerint a múmiák, élő emberek múmiái voltak, akik eltűntek valahonnan. Ez így is van. Akkor tehát mégsem gumiból voltak. Maga viszont ezt állítja. Én csak azt állítom helyesbítettem, hogy a nyersanyaga, legalábbis annak egy része, Emmer kerintön gyárából származik. A vastag gumi bevonatra gondolok. A fenébe is. Komorodott el Bagvaracs tanácsos. Eltűnésekről már én is kaptam jelentést. Többen is a rendőrséghez fordultak nyoma veszett hozzátartozóik miatt. Kilencről volt szó, ha jól emlékszem. Mind a kilenc ember kerintön abroncsüzeméből tűnt el, Különböző időpontokban, de egynek sem akadtak a nyomára. Van, aki a férjét kereste. Itt meg is állt. Mint aki nagyon rosszat sejt. Ebben a pillanatban villám hasított a fekete éjszakába. Valamennyien felfogták, miről van szó. A névtelen száhib kezében nagyot roppant a golyóstól. Valószínűleg gerinc törés érte szegényt. Megértették, hogy miképpen függ össze a kilenc ember eltűnése és a múmiák. Ez egyszerűen, egyszerűen, nyögte Bagvaradzs, majd gyorsan abba is hagyta a nyögdécselést. Egy bűnügyi tanácsos nem viselkedhet úgy, mint egy gyenge szívű házi asszony. Emmer kerintön kiválasztott magának kilenc férfit, és megölette őket, mondtam. Esetleg néhányat saját kezűleg ölt meg. Vagy Mr. Dermot. Akkor az a két férfi, töme gyilkos nyögte a névtelen száhib. Tehát, kilenc múmiát készítettek. Kérdezte láthatóan megzavarodva Khan. Nem hiszem ráztam meg a fejem. Nem volt háromnál többre szükségük. Ennyit terveztek megtalálni. Ez is évekig tarthatott volna. És hogy csináltak belőlük múmiát? Ezt tőlük kell majd megkérdezniük. Különben elég figyelmetlenül jártak el. Nem figyeltek eléggé olyan apróságokra, mint például a fogtömés. Ismétlem, miért volt szükségük kilenc emberre, ha csak három múmiát akartak készíteni. Mert a maradék hatra is szükségük volt. Valószínűleg speciális, a gumiabroncs gyártáshoz szükséges bevonattal kenték be a kiszárított férfiakat, ezért voltak feketék. Ami pedig a másik kérdést illeti, nos, kellett három férfiú, aki elrejti a múmiákat. Pontosan hova? Ez az, amit csak egy ember tudott. Emmer Kerintön és Mr. Dermot sem tudta, hogy hova. A fenébe is már megint nem értek semmit, dühöngött Bagvaradzs. Kezd nekem valahogy ez az egész totálisan értelmetlenné válni. Pedig senki nem mondhatja rólam, hogy ostoba ember lennék. Az volt a lényeg, hogy olyan helyre kellett rejteniük a múmiákat, amelyekről még ők sem tudtak. Másképpen szólva fogalmuk sem volt a múmiák rejtek helyéről. Akkor hogy a fenébe akarták megtalálni őket. Éppen ebben rejlett a feladat nagyszerűsége. Hogy nem tudták, hogy hol vannak elrejtve. Így izgalmas a verseny, nem igaz. Ezek őrültek. Nyögte Bagvaradzs. De mintha ezt már mondtam volna. És ki a fene rejtette el a múmiákat? Mármint az álmúmiákat. Erre kellett a rendező, mondtam. Mi a fene? Hökkent meg Ahmed Khan. Mi az, hogy rendező? Nevezhetjük akár forgatókönyvírónak is. Mert hogy nem Emmer Kerintön és Mr. Dermot dolgozták ki a forgatókönyvet, az túlti. Inkább valaki a filmgyárak környékéről. Talán Bollywoodból valaki. Futkos, ott elég forgatókönyvíró, akiknek mindig jól jön egy kis pénz. Azzal bízták meg, hogy az elrejtett múmia témáról írjon egy megfelelő forgatókönyvet. A fickó megírta, és le is bonyolította a múmiák elrejtését. Emmer Kerinton a rendelkezésére bocsátotta három munkását. Ők elvállalták. Fogalmuk sem lehetett róla, hogy mi van a zsákokban, amiket el kellett rejteniük. A rendező bizonyára maga is úgy tudta, hogy gumibabák. Tehát az események láncolata a következőképpen festett, kerintön elkészítette a múmiákat, majd valakik elrejtették őket a rendező által kijelölt helyekre, nem sejtve, hogy korábbi munkatársaik vannak a zsákokban. A rendező megadta a pontos helyeket, nekik csak el kellett helyezniük őket. Szállítóeszközként a saját lábukat és vállukat használták. Ők voltak azok a titokzatos vándorok, akiket több szerzetes is megfigyelt a kolostorok környékén, s akik aztán ugyancsak meghaltak. Mind a három. Röviddel azután, hogy elrejtették a múmiákat, valaki megölte őket. A rendező. Feltehetően a maradék három munkás. Olyanok, akik kaphatók voltak ilyenre. Később aztán őket is megölték. És bizonyára a forgatókönyvírót is. Summa summarum, a három múmia megfelelő helyre került, s mindenki halott volt, aki tudta, hogy hol vannak elrejtve. Hogy az ördögbe gondolhatták, hogy segítség nélkül megtalálják a múmiákat a Himalájában. Tűt a szén a kazalban. Nem volt tilos segítőket alkalmazniuk. Ezért olyanokat kerestek, akik ismerik a Himaláját. Így került képbe dekárvaló barátom, Miss Palmer, Emmer bárkör és még néhányan. Ők valóban azt hitték, legalábbis egy ideig, hogy tudományos expedícióban vesznek részt. Emmer kerintőn ismerte a munkásságomat, és kapóra jött neki, hogy éppen Indiában tartózkodom. Én pedig elvállaltam a feladatot. Maga elhitte, hogy valóban három legendabeli szerzetest keresnek. Miért ne hittem volna el? Sokan voltak már, akik az életüket tették fel egy legenda valóságának az igazolására, és végül meg is találták, amit kerestek. Viszont még többen lehettek azok, akik szart sem találtak, mondta az irodalmi fordulatokat kedvelő Bagvaracs tanácsos. Ebben az esetben jól óra tettek. Elkaptak egy-két árulkodó nyomot, amit a rendező szánt szándékkal hagyott hátra. Elvégre mindenkinek az volt az érdeke, hogy végül megtalálják a múmiákat, nem az, hogy a versenyzők csalódottan távozzanak a környékről. Az a jó verseny, ahol teljesíthető a cél. Az olyan, amelyikben nincs győztes, semmit sem ér. Amint értesültem róla, ön találta meg mind a három múmiát. Pokoli mázlia volt mordult felváratlanul Domingos ha csak egy kicsit is mellém állt volna a szerencse istennője, én lettem volna a nyertes. És az egyik halott is mondtam. Csak nem azt akarja mondani, hogy maga mentette meg az életemet. Mielőtt válaszolhattam volna rá, Ahmed Kám felém bökött a golyós tollával. Magának is voltak segítői. Kérdezte. Elsősorban az érintett kolostorok vezetői feleltem. Bár nekik természetesen fogalmuk sem volt róla, hogy mi folyik a háttérben. Mindazonáltal nyugtalanították őket a zsákot cipelő szerzetesek. Kit ezért, kit azért? Volt, amelyik félt, hogy a zsákokban betegségdémonok vannak bezárva, másik pedig attól tartott, hogy belekeveredik valamibe, amiből csak baja származhat, így aztán mind a három kolostor vezetője jelezte nekem, hogy mi történt az elmúlt évben a kolostoruk környékén. Emmer kerintön örülhetett, hogy alkalmazott, elvégre én sokkal jobban eligazodtam a szerzetesek között, mint bárki más. Nenő. Emelte fel az ujját tiltakozva Domingos. Nenő. Ez egyszerűen elképzelhetetlen. Így Ígyekezett magához térni Bagvaracs tanácsos. Ha más földrészen történt volna, és az újságban olvasnék róla, el se hinném. Ha jól értem, két beteg elme versengéséről van szó. Így van. Na és a rendező? Vagy ezt már kérdeztem. Ő a háttérben maradt. Vagy őt is megölték. Ez a valószínűbb. Mindenki meghalt tehát, aki csak tudott a múmiák rejtek helyéről. Mi lett volna akkor, ha egyáltalán nem találják meg őket? Ha egyik őjük sem talál meg egyetlen egyet sem. Idővel bizonyára befejezetnek és ezzel sikertelennek nyilvánították volna a vetélkedőt, mondtam. És... Valószínűleg újba kezdtek volna. Sajnálattal beismerve, hogy semmi nem úgy történt, ahogy történnie kellett volna. Azaz rossz volt a tervezés, és elszúrták az egészet. Csak ennyi. Számukra ez csak játék volt. Izgalmas játék. Mert azért izgalmas volt így is. Egy döntetlenül végződő mérkőzés is lehet izgalmas. Valószínűleg akkor sem estek volna kétségbe, ha valóban nem találják meg a múmiákat. Azért a keresés maga sem volt érdektelen, volt benne gyilkosság, elég, merénylet, és bemutathatták színészi képességeiket is. Mert őszintén be kell vallanom, nem tehetségtelen a két fickó. Gyanakodtam ugyan rájuk, mégsem lehettem egészen biztos benne, hogy ők a hunyok. Olyan meggyőzően alakították a megszállott felfedezőket, hogy néha engem is megtévesztettek. Elvégre még a saját embereiket is képesek voltak megölni, megöletni, egymást megsebesíteni vagy megalázni. Ez is benne volt a szabálykönyvükben. Ismétlem, olyan ügyesen játszották a mindenre kész fanatikusokat, hogy néha hittem nekik. Elhittem, hogy valóban a tudomány iránti szenvedélyük hagyja őket. És a vége. Mi lett volna a vége? Kérdezte a névtelen száhib. Valamennyiünknek meg kellett volna halnunk. Önnek is. Természetesen nekem is. Miért tettek volna kivételt velem? És maga tudta ezt előre. Sejtettem. miből? Abból, hogy éveket töltöttem a Himalájában, és hogy jó megérzéseim vannak. Volt valaha egy mesterem, egy kiváló, félig nága férfi, aki sok mindenre megtanított. Roggy Singhnek hívták. Elhallgattam. Erről nem akartam többet mondani. Mikor vált bizonyossá ön előtt, hogy Emmer Kerinton és Mr. Dermot között gyilkos vetélkedő zajlik? Csak lassacskán jöttem rá. Említett informátorom hála a térerőnek értékes tudnivalókhoz juttatott. A legértékesebbek azok voltak, amelyek a két férfi ifjúságával álltak kapcsolatban. Mondhatjuk, hogy végigvetélkedték az életüket. Egyszer csak beugrott az agyamba, hogy mi van akkor, ha most is egy zajlik, s én is a részese vagyok a többiekkel együtt. A végső felismerés pedig akkor tört rám, amikor megtudtam, hogy a Balini Memszáhib által felszereltetett videokamerák felvételei arról tanúskodtak, hogy Emmer Kerintön is és Mr. Dermot is ott voltak azokon a vonatokon, amelyeket kiraboltak. Nem egyszerre, hanem külön-külön, és persze áruhában. Nagyon úgy nézett ki, hogy mindegyik tud a másikról, mintha előre megbeszélték volna a dolgot. Mintha mindketten tisztában lettek volna azzal, hogy a másik ugyanarra készül, amire ő. Mégsem lépett vissza, amikor még megtehette volna. El akartam kapni őket. Ha nem ezt teszem, tovább játszanak. Ki tudja, hány élet menekült meg azzal, hogy nem lesz több alkalmuk új játékba kezdeni. Azt hittem, folytatódik a beszélgetés és további részletekre is kíváncsiak, de nem ez történt. Ahmed Kán és a névtelen turbános összenéztek, bólintottak, összehajtogatták és zsebre vágták a papírjaikat. Ezzel meg is lennénk mondta elégedetten Ahmed Kán. Amire kíváncsiak voltunk, megtudtuk. Nem is zavarjuk tovább önöket. Gondolom, még maradnak, uraim. Még maradnánk bólintottam. Ön is, Kabir Lelszáhib. Még én is. Akkor hát, elköszönünk önöktől. Köszönjük a felvilágosítást. Ilyenek ezek az állambiztonságiak legyintett távozásuk után Kabir Lel. Mindenkinél okosabbnak, dörzsöltebbnek és jól értesültebbnek képzelik magukat, pedig csak felfújt hólyagok. Tudják, mit? A forróságra való tekintettel, küldjünk le egy üvegsört. Leküldtük. Hét. Mivel nekem is beszámolási kötelezettségeim vannak pislentott Bagdavaracs tanácsosra Kabir Lel felügyelő, kénytelen vagyok néhány részletet illetően feltenni önnek pár kérdést, Lorenz Száhib. Hát akkor csak tegye fel, mondtam. Úgy éreztem, hogy a sör kissé feldobta a hangulatomat. Szívesen elmeséltem volna nekik még néhány apróságot, amik az állambiztonságiakat láthatóan nem izgatták. Nos, engem az is érdekelne például, hogy miképpen került kapcsolatba Emmert Harringtonnal? Tette fel az első kérdést. Felhívott mondtam. Tudta, hogy Csennaiban vagyok. Honnan tudta? Valamelyik embere hívhatta fel rám a figyelmét. Ő pedig kapott az alkalmon, hogy engem is bevehet a játékba. Csak növelhette a verseny ha egy igazi himalája szakértő is van a résztvevők között. Nenő. Emelte fel a mutató ujját Domingos. Nenő. Azonnal elvállalta a megbízást. Az az igazság, hogy engem is érdekeltek a múmiák. Jól lehet, a lelkem mélyén erősen kételkedtem a létezésükben. De mégis. Néha még a látszólag lehetetlen is lehetségessé válik. És Davang szerzetes, a talán nem is létező szerzetes meséje is valóságosnak tűnt. Miért ne hozhattak volna át a menekülő tibeti szerzetesek három múmiát Indiába? Carrington pontosan tudta, milyen csalit kell az orrom elé lógatni. Arról nem is beszélve, hogy felhívta a figyelmemet a múmiákat fenyegető állítólagos veszélyre. Nevezetesen, hogy porrá törik őket. Tehát elfogadta az ajánlatot, és új delhiben várakozott. Közben találkozott Domingusz száhibbal, aki ugyancsak abban a szállodában szállt meg. Ott laktam morogta Domingos, aki mintha igyekezett volna kimaradni a történtekből. Mint amikor valaki egy kellemetlen csoportképről leretusáltatja magát. Mint Mr. Dermot alkalmazója. Én nem vagyok soha senkinek az alkalmazója. Fortyant fel Domingos. Én a munkatársa voltam. És ez nagy különbség. És Miss Palmer is a munkatársa volt. Úgy tudom, a szállóban merényletet, követtek el ön ellen. Egy rohadt tartályt lőttek ki rám. Emer Lorenz. Arra kíváncsi, hogy kitette. Nos, valaki kerintön csapatából. Az ilyesmi is beletartozott a forgatókönyvbe. Az ellenfél játékosait, azaz segítőit meg lehet sebesíteni, vagy akár meg is lehet ölni. Ez csak fokozta az izgalmakat. A merénylet elkövetésében mindig benne van a lebukás kockázata is. Megölték a rohadékok az egyik rendőrömet. Így még izgalmasabb lett a verseny. Az új delhi elkövetett valamennyi merénylet és gyilkosság csak az izgalmak fokozását szolgálta. Én pedig magukra gyanakodtam ismerte Beka Meg voltam győződve róla, hogy elszámolás folyik maguk között. Maguk pedig nem voltak túlságosan segítőkészek. Igyekeztünk a bőrünket menteni szabadkoztam. Elvégre nem tudtuk, kire vadászhat a gyilkos. Vagy gyilkosok. Akkor azt hittem, hogy valaki más is szemet vetett a múmiákra, és megpróbál lebeszélni, bennünket arról, hogy segítsünk Emmer Carringtonnak és Emmer Dermotnak. A beállott rövidke szünetben a mindeddig csendben unatkozó Balini száhib felállt, és engedelmet kért, amiért el kell mennie, de hívja a kötelesség. Van egy ügye, amelynek nyomozása során nem nélkülözhetik a jelenlétét. Kabil elbiccentett, és nagy hozzájárult a távozásához. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, Kabir lelintett, hogy folytassuk a beszélgetést. A legjobb kor távozott Balini memszáhib mosolyogtam. Éppen el akartam mesélni. Kabir lel azonban leintett. Balini hadnagy már korábban beszámolt nekem a találkozásukról. A Memszáhib már egy másik ügyben nyomozott, és fogalma sem volt róla, hogy ön éppen abban a szállodában szállt meg új Delhiben. Az a valaki, aki vele volt, nem sejtette, hogy a Memszáhib rendőr, és Balini hadnagy attól tartott, hogy maga leleplezi. Ezért el kellett menekülnie ön elől. A pasasa meg nem kiverte a fogaimat, sóhajtottam. Erről a Memszáhib nem tehet. A fickó közismert alvilági figura, és imádja a csinos nőket. Különben nem tette jól, hogy üldözőbe vette a Memszáhibot. Azt hittem, Köze lehet a gyilkosságokhoz és a Domingos, valamint Miss Palmer ellen elkövetett merényletekhez. Arra pedig végképp nem gondolhattam, hogy nem szándékosan mutatkozott előttem. Végül aztán pórul jártam. Rám esett néhány vacsora, belezuhantam egy aknába, ahova aztán kicsit később Miss Palmer is megérkezett. Ő Domingos küldte utánam. Azt a feladatot kapta Emmer Dermottól, hogy ne veszítsen szem elől. Engem követve talán rá találhatnak a múmiákra. Ismét rövid sörszünetet tartottunk. Amíg a sörét itő, Kabir száhib domingosra pislogott. Mintha azt latolgatta volna magában, hogy beszéljene arról, ami a nyelve hegyén ül, vagy tartsa meg magának. Kabir lel végül is az előbbi mellett döntött. Ismerőse volt a szerzetes, akit az ön szobájában gyilkoltak meg. Domingos megvakarta az állát, mintha tőle kért volna tanácsot. Habozott egy kicsit, aztán nem etintett. Felhívott telefonon. Azt mondta, tudja, hol van elrejtve az egyik múmia. El szerette volna passzolni nekem. Maga megbedölt neki, mi? Egyáltalán nem dőltem be. Kapta fel a vizet Domingos. Én nem vagyok rendőrfelügyelő. Egyszerűen csak felhívott, én meg meg akartam hallgatni. Mi van ebben rossz? Sajnos Emmer Lorenz rám ragadt, így nem tudtam személyesen is szót váltani vele, pedig megbeszéltünk egy találkozót a halban. Csak hogy Emmer Lorenz nem szállt le rólam. Így felküldtem a szobámba, ahol meggyilkolták. Ennyi. Ha jól emlékszem, valami kartfélével ölték meg. Amit a csödszertartásnál használnak. A szerzetes hozhatta a köpenye alatt. Valószínűleg az ő halála is kerintön lelkén szárad lel megvakargatta a feje búbját. Aztán villámsebesen megtette az új Delhit ladaktól elválasztó néhány ezer mérföldnyi távolságot. Természetesen csak gondolatban. Nos, akkor következzenek a himalájai gyilkosságok sóhajtotta. Az első áldozat, várjanak csak, már elfelejtettem a nevét. Mayer segítettem ki. George Mayer. Őt még az előtt megölte valaki, hogy megtaláltam volna a múmiát a barlangjában. A valaki természetesen idézőjelbe teendő, mivel miért egy csapda ölte meg. Ez aztán meg is adta a sztártyelet a gyilkosságokra, valamint megkezdődött az a színjáték is, amelyre korábban már utaltam. Emmer Kerinton és Mr. Dermot megcsillogtathatták színészi képességeiket. Közben pedig jókat röhögtek magukban, ahogy az arcunkat nézték. A múmiát viszont nem találták meg, bár egészen közel jártak hozzá. Ha nem kellett volna Májőr holtestével bébelődniük, lehet, hogy rábukkantak volna. Tehát, hogy képben legyünk, a csapdát az a szerzetes építette, aki a múmiát elrejtette. Később aztán gelugáma, aki látta a csapda működését és Májőr halálát, a többiek távozása után megtalálta a múmiát, és bevitte a kolostorba. Aztán megmutatta nekem, én Carringtonnak. Mint mindig bidyeztette le az ajkát Domingos mindig más tollával ékeskedik. Ez az a múmia, amit később magammal vittem morogtak a billel. Képzelhetik, hogy ki voltam akadva, amikor az intézetben, ahova bevittem, megvizsgálták, és felfedezték, hogy tömött foga van. Egyszerűen nem tudtam mire vélni a dolgot. És ha ehhez még hozzá számítjuk azt a másik holtestet, akinek tetoválva volt a bőre, ami önmagában még nem lett volna annyira furcsa, bár a szerzetesek nem arról híresek, hogy rá tetováltatnák a bőrükre az egész buddhista kánont, nos, ez a mindörökké Barcelona nem kis fejtörést okozott nekem. Ekkor kezdett megerősödni bennem az érzés, hogy itt valami nagy-nagy disznóságról lehet szó. Amikor megtaláltuk az első múmiát folytattam, átvéve tőle a szót, furcsa változás állt be Mr. Carrington és Mr. Dermot viszonyában. Mintha túlságosan is kezdték volna komolyan venni a versenyt. Véresen komolyan. És ez egyáltalán nem tetszett nekem. Mintha megéreztem volna, hogy súlyos események elébe nézünk. Amint hallottam, a carrington csapat örömünnepet ült a múmia tiszteletére. Így van. És ebben én is hibás vagyok vallottam be. Hagytam magam rábeszélni, hogy ünnepeljük meg a győzelmet, mármint a múmia megtalálását. Meg is ünnepeltük, s ez alkalommal Emmerkerintőn és Mr. Dermot összekaptak. Olyan szavakat használtak egymással kapcsolatban, ami túlment az egyszerű győzelmi örömön. Ekkor értettem meg, hogy a két emberben ősemberi indulatok lapulnak. A szeretet és a gyűlölet gyakran váltogatta egymást a kapcsolatukban, s az óvó szeretet gyakran kontrollálhatatlan gyűlöletbe csapott át. Ami engem illet, igyekeztem a fék szerepét játszani. Megakadályozni például az újabb gyilkosságokat. Ez azért nem sikerült tökéletesen. Ezt készséggel beismerem sóhajtottam. Ha biztos lettem volna benne, hogy Mr. Dermot és Mr. Carrington tulajdonképpen ugyanazon pénzérme két oldala, más kép alakultak volna az események. Meg kellett volna persze említenem a fekete csukjás, csadoros vagy kendős nőt is, akiről persze akkor még fogalmam sem volt, hogy ki csoda lehet. Gondoltam én mindenkire, de valahogy senkire nem illett igazán a kép. Nem illett Miss Palmerre, nem illett Gopikára, nem illett Balinimem száhibra sem akkor viszont ki a csoda lehet. Furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és bár többször is arra az elhatározásra jutottam, hogy ha kell, akár erőszakot is alkalmazok, egy balul sikerült kísérlet lelohasztotta a harci kedvemet. Hiába törtem a fejem, hogy vajon mi lehet a szerepe itt ennek az ismeretlen nőnek, nem jutottam semmire. Még nem egyszer csak belém csapott a megvilágosodás villáma. Ez a nő Lucy Howard. Carrington és Dörmöt után jött, hogy leszámoljon velük. Nem halt meg, nem az ő testét halázták ki a potomakból, él, itt van a Himalájában, és engem szúrt ki magának, hogy nem múlassa egyedül az éjszakáit. Nem tudtam, micsoda, de kellett lennie valamilyen részionális magyarázatnak, hogy miért nem halt meg, és hogy kit kotortak ki helyette a potomakból. Akkor még fogalmam sem volt róla, hogy Beverly a világon van. Csak később derült ki, hogy ő a halál angyala legalábbis Kerintön és Mr. Dermot számára. Én pedig meglátogattam magukat sóhajtottak a birrlel. Nem tagadom, kissé csalódtam a himalájában. Soha nem gondoltam volna, hogy teli van jakszarral. Még most is érzem a szagát a cipőmön. Alig hanem ez volt az egyetlen jelentős tapasztalat, amit oda fent szereztem. A múmiát szerencsére elhoztam magammal. Azt hittem, harcolnom kell érte, de Kerintön minden különösebb ellenállás nélkül lemondott róla. Már nem érdekelte a múmia, mondtam. Csak az a tény volt fontos számára, hogy megtalálta. Egy nulla a javára. Nem a labda a fontos a meccsen, hanem az eredmény. Ha megvan a győzelem, a labdát bárki elviheti a fenébe. Hé, hé, csak, ne siesse el a dolgot. Hogy is hívták a második kolostort? Az elsőt, ha jól emlékszem, Tarpalingnak a főlámája Padmarin Bocse volt. Ezt még meg tudtam jegyezni valahogy. Nos, a második. Rélő, mondtam. És a főláma. Zakpo. Tényleg, már emlékszem. Mit tud mondani róla? Azt, hogy kiváló üzletember mosolyodtam el. Nem kérdezte meg, miért, én pedig nem magyarázkodtam. Láttam rajta, hogy szent embereknek hiszi a kolostor főnököket, és eszébe sem jut, hogy nekik is meg lehetnek a maguk emberi gyengeségei. Bár tulajdonképpen az ördög se tudja, hogy van ez. Emberi gyengeség, ha valaki gazdag külföldiektől pénzt akar szerezni, hogy a kolostorára fordíthassa. Nos, itt mi is történt? Megszúrta a skorpió Arlington-t. No, és ki volt a skorpió? Természetesen dörmött. Bár azt, hogy saját kezűleg tette -e bele Emmer Kerintön nyeregtáskájába, nem tudom. De nem is hiszem, hogy lényeges lenne. Mr. Dermot csupán a szabálykönyve szerint járt el. Megölni nem szabad ugyan egymást, de kisebb csíntevések azért beleférnek a versenybe. Nos, hát ez is egyik ilyen kisebb csíntevés volt. Ha jól emlékszem, Emmer de Carvaló és Mr. Dermot is megkapta a magáét. Domingo szakarját vakargatta. Feltételeztem, hogy még mindig nem múlt elnyomtalanul a kígyómarás fájdalma. Főleg a fejében nem. Ha csak rágondolt, ismét szajogni kezdett a marás helye. Meg én mondtam mogorván. Három napig azt hittem, hogy leszakad a kezem. Akár csak Emmer mondtam én. Meg sem kérdezem, hogy kitette morogtak a billel. Úgy sincs jelentősége. Mi az, hogy nincs jelentősége? Dühödött meg Domingos maguk számára lehet, hogy nincs, én viszont majd nem beledöglöttem. És még ez a Lorenz is kiröhögött. Egyre dühösebben nézett rám. Mintha bizony én tettem volna a skorpiót a táskájába. De hogy röhögtem kitiltakoztam. Inkább sajnáltam. Maga csak ne sajnáljon engem. Támad rám. Fenének kell a maga sajnálata. Igen is láttam a szemén, hogy röhög magában. Azon sem csodálkoznék, ha a maga keze is benne lett volna. Ugyan miben? Kérdeztem. A táskámban. Maga féltékeny volt rám, be volt csinálva, hogy a másik két múmiát én fogom megtalálni, elvégre én voltam a maga egyetlen, igazi ellenfele, sőt intellektuálisan még maga fölé is nőttem, nem csoda hát, hogy ki akart kapcsolni a játékból. Kabir lel szemmel láthatóan élvezte a helyzetet, Bagvarab száhib azonban egyáltalán nem kissé ilyetnek látszott, mint aki fél tőle, hogy nyomban összeverekszünk. Hagyjuk a fenébe a skorpiókat és kígyókat vágott közbe, mielőtt Domingos újabb támadásba lendülhetett volna. Teljesen mindegy, hogy ki volt a tettes. A fő az, hogy nem halt bele senki. Szerencsére Lorenz száhib megtalálta a második múmiát is. Vak szerencse legyintett Domingos. Ennek a fickónak mindig szerencséje van. Csak egyetlen pillanatocskával előzött meg. Ha nincs az a kígyómarás, én találtam volna meg. Mivel Bagvaradzs még mindig aggódott, igyekeztem végérvényesen elterelni a szót a csúszómászókról. Az a lényeg, hogy meglett a múmia. Na és konkrétan hogy találta meg? Kapott a lehetőségem Bagvaradzs. Elmeséltem neki, hogyan. Hogy tulajdonképpen nem is én találtam meg, hanem egy kutya az szagolta ki a csortembe zárt múmiát. Bagvarasnak csillogott a szeme, ahogy hallgatta. Ez aztán valami. Csett tintett ismerőn. Ez csak magának juthatott az eszébe. Nekem is az eszembe jutott. Pödörte meg a bajuszát Domingos. Csak nem tudtam kutyát szerezni. Biztos voltam benne, hogy egyáltalán nem gondolt a kutyákra, hiába is próbálja elhitetni velünk. Természetesen tisztában voltam vele, hogy miért neheztel még mindig rám. Nem csak amiatt, hogy én találtam meg a múmiákat, hanem amiatt is, hogy nem egyszer a segítségére siettem. Például, amikor vizet szereztem neki. Márpedig Domingos semmiért nem tud jobban megsértődni, mintha valaki segíteni próbál rajta. Itt, Rilában aztán eldőlt a küzdelem, MR Kerintön nyert. Mr. Dermot azonnal új versenyt kezdeményezett. A harmadik múmia megtalálásáért újabb díjat ajánlott fel Czarringtonnak, aki ezt el is fogadta. De hát mi a fenéért? Értetlenkedett Bagvaradzs. Hiszen győztesen térhetett volna haza. Csak hogy ő ezt nem akarta. Őt a verseny izgatta, akár csak dermottot, nem a győztesnek járó díj. Ettől a pillanattól kezdve a két megtalált múmia már egyiküket sem érdekelte. A velük kapcsolatos verseny befejeződött. Fel az újabb versenyre maga pedig belement ebbe, igaz? Mi mást tehettem volna? Tártam szét akarom. Ha fényt akartam deríteni az ügyre, nem futamodhattam meg. Ezért aztán felkerekedtünk karsikba, Nyima Rimpó torába. Arról beszéljen, hogyan találta meg a harmadik szerzetest. Bár Kabirlel tisztában volt vele, Bagvaradzs kedvéért el kellett ismételnem az eseményeket. Amíg meséltem, Domingos látványosan unatkozott szemeit forgatta, malmozott az ujjaival, mindenképpen csökkenteni szerette volna szerepem súlyát. Két, öt hanka között találta meg. Tátotta el a száját bagvaracs tanácsos. Mi a fene az ad hanka? Ezt is el kellett magyaráznom. Bagvaracs végül megveregette a vállam. Ön brilliáns elme, Lorenz száhib. Nenő. Mordult fel Domingos. Ne nő! Megemlíthettem volna neki, hogy talán nem is én találtam meg a harmadik múmiát, legalábbis nem a saját erőmből, hanem héruka Isten segített rajtam, ám végül is nem tettem említést róla. Pedig Domingos bizonyára örült volna neki. Helyettem bárkit szívesen elfogadott volna megtalálónak. Még talán Rajkumar szinthet is, pedig mindig ideges lett, ha rá hivatkoztam. Azon az éjszakán, amikor megtaláltam a múmiát, megtudtam valami fontosat az informátoromtól. Ez aztán alaposan megváltoztatta bizonyos elképzeléseimet folytattam. Informátorom közölte velem, hogy Lucy Howard, azaz Mr. Carrington, később Mr. Dörmöt meghalt. Megtalálták a holtestét, és a DNS vizsgálatok igazolták, hogy valóban ő az. Már nem emlékszem pontosan, de ezekben a napokban akasztották fel Emmer is. Valóban, Emmer Kerekedett ki Bagvara száhib szeme. Domingos megsimogatta a bajuszát. Biztos voltam benne, hogy azon töpreng, milyenre vegye a figurát. Legyen sértett, vagy dühös. Az előbbi mellett döntött. Leütöttek, mondta le kicsinlő hangon. Megvárták, amíg hátat fordítok nekik, és csak azután csaptak le. Jellemző ember Carrington bandájára. Szemtől szemben nem mertek volna kiállni ellenem, hát hátulról vágtak fejbe. Laposakat pislentott rám, mintha feltételezte volna, hogy én is ott voltam azok között, akik felakasztották. Úgy tudom, hogy Lorenz Száhib mégiscsak megmentette az életét szólt közbe Kabillel. Még csak az hiányzott volna. Magam is megmentettem volna magam, már 99%-ig kihúztam a fejem a hurokból, amikor ő hozzátette azt az 1%-ot. Az egy a 99-hez szinte semmi. Ő erre mégis azt hírezteli, hogy megmentett a haláltól. Nos, ez jellemző rá. Ha égzengés támad és lecsap egy villám, azt is magának tulajdonítja. Legközelebb majd lógni hagyom, nyugtattam meg. Arra sem méltatott, hogy válaszoljon. Ekkor már tisztában voltam vele, hogy mi a hasfájása. Szégyelte magát mindazért, amit ő tett, és amit én tettem vele. Ha én nem segítek rajta, már alig ha nem az égi istenekkel vitatkozna a pagoda tetők gerendáinak a csapolásáról. És ahogy mindig is szokta, igyekezett a hibáit másra kenni. Végül is miért akasztották fel Domingos száhibot? Kérdezte Bagvaradzs. Mert féltek tőlem ismételte meg korábbi teóriáját Domingos. Én voltam a legveszélyesebb számukra. Ezért megpróbáltak hidegre tenni. De én nem hagytam magam. Ezzel szemben az volt az igazság, hogy Dörmöt és Kerintön megpróbálták még izgalmasabbá tenni második számú himalájai vetélkedőjüket, s mi lehetne izgalmasabb, mint elkövetni néhány gyilkosságot. Minél látványosabb, annál jobb. Teljesen közömbös, hogy ki az illető, melyik csapatból való. A gyilkosság maga a lényeg. A gyilkosság maga az, amire vágytak. Úgy gondoltam, itt az ideje megbékítenem Domingost. Néhány szót kell még mondanom Emmerde kezdtem. Domingós felkapta a fejét. Öklelőzésre állt a bajusza, mint a bikák szarva. Csak nem akasztották fel kétszer egymás után. Hökkent meg Kabillel. Sokat köszönhetek Emmerde Karvalhónak mondtam. Domingós nyitva felejtette a száját. Na hát, motyogta. Na hát. Azt hiszem, kezdettől fogva átlátott a szitán. Szerintem azért is csatlakozott Emmer Dermothoz, hogy végére járjon ennek a gyanús ügynek. Hát nyögte Domingos hát. Végig, amíg a Himalájában tartózkodtunk, segített nekem. Hát. Biztos vagyok benne, hogy jól lehet, ő maga is megtalálhatta volna a múmiákat, nekem hagyta a dicsőséget. Hát. Emmer szerény ember, nem akart a középpontba kerülni. Ezen kívül megmentette az életemet. Sőt, nem is egyszer. Hát, semmiség volt. Sokakat megtévesztett volna a viselkedése, én azonban tisztában vagyok vele, hogy végül is féltett valamennyiünket, és inkább úszott az árral, mint sem elárulta volna magát. Kétség kívül bólintott Domingos. Ejha! Csodálkozott Bagvaracs tanácsos. Nem is gondoltam volna, hogy ön ilyen szerény ember, de kárvaló száhib. Hát, Istenem! Emer Lorenz a barátom, ennyit csak megtehettem érte. Annyi minden esetre igaz volt, hogy a történet vége felé már ő is gyanakodni kezdett, a végelszámolásnál aztán lehult a hájog a szeméről, és tette, amit tennie kellett. Ekkor történt valami egyéb is, amiről feltétlenül be kell számolnom folytattam. Mr. Dermot és M.R. Kerintön valószínűleg megbeszélték, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, befejezik a versenyt. No csak. Hökkent meg Bagvaradzs tanácsos. És miért? Mert attól tartottak, hogy terveikkel ellentétben irányíthatatlanná válnak az események. Attól tartottak, hogy valaki leleplezi őket. Naná. -na. Pödörgette meg bajuszát Domingos. Attól tarthattak is. Már csak néhány nap hiányzott, és valami azt súgta nekik, hogy túl sokat kockáztatnak. Rádöbbentek, hogy sokan tudnak a versenyükről, márpedig, ha sokan tudnak valamiről, mindig fennáll a lehetőség, hogy valakinek eljár a szája. Éppen ezért elkezdték öldösni a saját embereiket is. Ők maguk, a saját kezükkel. Hökkent meg Bagvaradzs. Talán úgy is. Ezt majd Kabirlel száhib kinyomozza nekünk. Én csak annyit tudok, hogy karikban kezdődtek el az igazi kegyetlen gyilkosságok. Valaki például megölte Emmer Brooksot. A gyanút persze igyekeztek rám terelni, elvégre nem sokkal a halála előtt összekaptam vele. Megölték Guptát, aki a mi csoportunkba tartozott, leszúrták, a hátában Domingos kését találták meg. Ekkor viszont Domingosra terelődött a gyilkosságok elkövetésének a gyanúja. Beszélgettünk még erről arról, főleg Beveriről. Nagy volt a gyanúm, hogy ő ütött le a leszámolás előtt a helikopternél. Ki akarta nyírni Dermottot és Carringtont, és biztos volt benne, hogy ha tehetem, megakadályozom benne. Végül is minden jó, ha jó a vége. Csak éppen ki tudná megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Még akkor is ezen vitatkoztunk, amikor elhagytuk az éttermet. 8. Az újságokban olvastam, hogy M. Kerinton és Mr. Dermot letartóztatása nagy diplomáciai vihárt kavart. Mivel mindketten amerikai állampolgárok voltak, az Egyesült Államok ragaszkodott hozzá, hogy saját bírósága előtt feleljenek a tetteikért. Amikor elhagytam Indiát, még mindig sehol sem tartottak a tárgyalás előkészületei. Csak évekkel később hallottam, amikor ismét Indiában jártam, hogy végül is megtörtént az ítélet, mindketten életfogytiglani börtönt kaptak. Az ítélet részleteire nem voltam kíváncsi. Elég volt annyi, hogy kivonták őket a forgalomból. Már Londonban jártamkor tudtam meg, hogy az amerikai bíróság engem is be akart idézni, aztán valamiért mégis eltekintettek tőle. Bizonyára úgy gondolták, hogy nélkülem is megáll a vád a Persze sok kérdés felmerült még a két gazemberrel kapcsolatban, többek között, hogy ki örökli a vagyonukat, mi lesz a gyáraikkal, vállalataikkal, de ezekre nem kaptam soha választ. Nem, mintha bárki is el akarta volna titkoni előlem, én magam voltam az, aki nem érdeklődött iránta. Úgy terveztem, hogy kipihenem magam új delhi aztán ismét felmegyek a Himalájába, ám közel sem azért, mintha újra múmiákat akarnék keresni azokból egy életre elegem lett, hanem meg szerettem volna nézni néhány régi kéziratot Changspa Kolostorában. Telefonon már felvettem a kapcsolatot a főlámával, akivel egyszer már egy buddhista filozófiai konferencián összefutottam a világ valamely távol eső részén. Szakjon Rimpóse nagy örömmel hallotta a hangom, és természetesen engedélyezte számomra, hogy néhány hetet eltöltsek a kolostorában. Már éppen befejeztük volna a beszélgetést, amikor szakjong eszébe jutott valami. Ott vagy még, Rimpócse. Kérdezte nyugtalanul. Le kellett volna tennem a telefont. De nem volt elég erőm hozzá. Itt vagyok sóhajtottam. Mintha az Istennek hirtelenjében megajándékoztak volna a jövőbelátás képességével, azonnal kitaláltam, mit akar még mondani. Szeretnék kérdezni tőled valamit, Rimpócse. Egyedül jössz hozzám. Egyedül morogtam. Azt mesélik, hogy van egy barátod. Több barátom is van, próbáltam meg kibújni a konkrét válasz alól. Én csak egyre gondolok közülük. Van egy olyan fickó, akinek, hm, olyan furcsa a bajusa. Mit jelent az, hogy furcsa? Tudod te, Rimpóce, hogy mire gondolok? Többen is figyelmeztettek rá, hogy ha beengedem a kolostoromba, nagyobb bajt csinál, mint három macskadémon. Őt, remélem, nem akarod magaddal hozni. Semmi esetre sem biztosítottam. Téged szívesen látlak így szakjong. De őt, szóval, Rimpóce, jó lenne, ha egyedül jönnél. Ugye nem csalódom benned? Igyekeztem, hogy ne csalódjék. Ehhez viszont az szükséges, hogy amíg Indiában vagyok, el kell hallgatnom Domingos elől a további terveimet. Nagy elhatározás született bennem. Elhallgatom. Eddig rendszeresen a nyakamba akaszkodott, beerőltette magát a segítségemmel egy-egy kolostorba, aztán elkezdte tanulmányozni a tetőszerkezetét. Ennek szomorú következményeképpen néha éjnek idején futva kellett elhagynunk a kolostort. A lámák együtt futottak velünk. Ekkor már úgy recsegett tropogott felettünk a tetőszerkezet, hogy ők sem mertek alatta maradni. Azt hiszem, Domingos rövid idő alatt több kárt tett a kolostorok tetőiben, mint évszázadok téli égviharai. Rilában állítólag be is sorolták a retteget démonok közé. Pedig nála jobb szívű, jobb akaratú és megértőbb embert keveset hordott a hátán a föld. Csak hogy ezt kevesen tudták róla ha pagoda tetőt pillantott meg, legyűlhetetlen vágyat érzett, hogy megvizsgálja a szerkezetét. Olyan volt ez nála, mint a narkósoknál az anyag. A sors azonban úgy hozta, hogy végül is én jártam csúful, amit másképpen úgy is mondhatnék, hogy nincs igazság a földön. Ez esetben nem is volt. Megegyeztünk, hogy mivel Domingos és jó magam is nagyjából együtt hagyjuk el majd Újdelhit, ugyanabban a szállodában szállunk meg, ahonnan Tarpalinkba indultunk. A recepción ugyanazok az arcok fogadtak, mint néhány héttel ezelőtt. Nem mondhatnám, hogy repestek az örömtől, hogy viszont látnak. Domingosra a bajuszán kívül ügyet sem vetettek. Éppen az útlevelemmel foglalatoskodtam, amikor felbukkant a pult mögött egy magas, turbános férfi, és alaposan szemügyre vett. Ön Leslie el Lávrens száhib. Kérdezte. Én volnék, mondtam. Fáradjon be hozzám, száhib. Ekkor már rosszat sejtettem. Úgy tudtam az utat, mintha saját, régi szobámba tértem volna vissza. A turbános férfi beterelt a már jól ismert irodába, és meghajolt előttem. Az igazgató helyettes vagyok. Hányadik a sorban? Kérdeztem. Pardon, száhib. Ráncolta össze a szemöldökét. Nem fontos. Hallgatom, igazgató helyettes száhib. Az igazgató helyettes száhib felemelt a háta mögötti íróasztalról egy nyomtatott papírt, és a kezembe nyomta. Olvassa el, Lorenz száhib. Belenéztem. Egy lista volt, amely a szálloda számára nem kívánatos személyek neveit tartalmazta. ABC sorrend beszedve. Ez csak valami tévedés lehet adtam vissza neki a listát. Ez a hivatalos álláspont közölte mereven. Nagyon sajnálom, de nem tehetek az ön érdekében semmit. Amikor utoljára itt tartózkodott nálunk, több gyilkossági kísérletre, valamint gyilkosságra került sor. Mellékelve vannak a számlák is. Milyen számlák? Csodálkoztam. Mit gondol, mennyibe kerül kitisztítatni a szobát, amelyben késsel megöltek valakit? Valamint a szétlőt vagy megrongált tárgyak. Éltem, bólintottam. Na, és a másik úr. A társam. Ő nincs rajta a listán, Száhib. Megfordult velem a világ. Ez azt jelenti, hogy ő minden további nélkül kap szobát. Ő igen, Száhib. Legszívesebben képen töröltem volna, de még idejében visszafogtam magam. A szabály az szabály. Igaz, telefonálhatnék Bagvaracs tanácsosnak, vagy akár Kabirlalnak is, de mi értelme lenne? Nem óhajtok olyan helyen lakni, ahol nem látnak szívesen. De hogy Domingos bemehet valahova, ahova én nem, és ez a hely nem a hosszú bajuszóak klubja, megrendített. Akárhogy is nézzük, vitathatatlan győzelmet aratott felettem. Ám a jó hadvezér a vereséget is győzelemmé tudja változtatni. Domingoson látszott, hogy a felette maradt győzelme ellenére valóban sajnálja, hogy ez a szégyen esett meg velem. Se baj, mondtam sóhajtva, amikor már a kulcsával a kezében a szobájába készülődött. Elmegyek máshova. Egy igazán jó helyre. Van egy kedves ismerősöm, ő mindig szívesen lát. Láttam, hogy egyetlen pillanat alatt váltja fel a sajnálkozását a szemében. Férfi vagy nő? Kérdezte. Semmi köze hozzá mondtam. Tehát nő. És, milyen? A tavalyi évben ő nyerte el az India szépe, címet. Maga csak ugrat engem. Ugye? Olyannak ismer. És úgy, egyébként. Közel állunk egymáshoz vallottam be. Különben van egy ikertestvére. Még szebb, mint ő. Domingos megpörgette a bajuszát. Nem lehetne valahogy, hogy én is magával menjek. Elvégre úgy is felfoghatjuk, hogy a maga kitiltásával engem is vérig sértettek. Elvégre engem akartak itt megölni, például. Rendben van, sóhajtottam. Először én megyek, aztán, ha minden rendben, üzenek magáért. Láttam a szemén, hogy szívesen cserélne velem. Én viszont egyáltalán nem cseréltem volna magammal. 9. Azon a héten annyi turista csatangolt új Delhiben, hogy ha gumiból lettek volna a szállodák falai, akkor sem félt volna bele valamennyi. Lassan esteledni kezdett, szállásom még mindig nem volt, már pedig nem óhajtottam az utcán tölteni az éjszakát. Felhívtam hát Balini nem száhibot, azaz Balini hadnagyot. Hát ha meghúzhatom magam nála éjszakára. Balini hadnagy azonban nem volt elérhető. Csak egy kedves hangú üzenetrögzítő közölte velem, hogy a hadnagy távol van új én pedig húzzak a fenébe. Kénytelen voltam bevonulni egy későig nyitva tartó étterembe, ahonnan sorra felhívtam az ismertebb szállodákat. A recepciósok meghallgatták ugyan a sirámaimat, majd közölték velem, olyan tele vannak, hogy még a takarító eszközök kamráiban is laknak. És még ha ő felsége, Nagy-Britannia uralkodónője jelentkezne is náluk a vélszi herceggel együtt, őket sem lennének képesek elszállásolni. Éppen sokat szorra hallgattattam el egyre nyugtalanabb szívvel a telefont, amikor hirtelen felzenélt a készülék. Lorenz száhib. Azt hittem, Balini hadnagy az. Vagy mégsem. Én vagyok, mondtam. Jó tett helyébe jót vári, mondta a hang. Kérem. Hökkentem meg. Korábban néhányszor te adtál nekem szállást, bár nem tudtad, ki vagyok, itt az alkalom, hogy viszonozzam. Miss Howard? Kérdeztem. Miből találtad ki? Hogy es mint, kisasszony? Én jól mondta. De te hogy vagy? Mint a csiga feleltem. Amelyik elvesztette a házát. Nincs hol laknod, mi? Nem is csodálom. Annyi a turista, mint égen a csillag. Mondd, nem akarsz meglátogatni. Nem akartam hinni a fülemnek. Vannak még csodák. Hogy jutok el hozzád? Kérdeztem. Majd én oda vezetlek. Ahhoz az kéne, hogy találkozzunk valahol, vagy. Nézd csak hátra. Hátra fordultam. Ott ült a hátam mögötti asztalnál és fejét félrehajtva rám mosolygott. Mintha az istenek mosolyogtak volna rám a csillagok közül. 10. Beverly Howard megvonta a vállát, amikor hangosan megállapítottam, hogy amiben szerényen meghúzódik, alig hanem nem új delhi legpompásabb lakása lehet. Az egymásba nyitható szobák egy középkori pasa háremére emlékeztettek. Nem az én ízlésem mondta. De valahol csak laknom kell. Van pénzem, elég, megengedhetem magamnak. Kissé feszélyezett ugyan, hogy olyas valaki ül velem szemben egy hintónak is beillő karosségben, aki ki tudja, hányszoros gyilkos. Az akadozó légkondicionálásra tekintettel könnyű nadrágocskát és majd nem átlátszó blúzt viselt. Bár csak ő maga is olyan átlátszó lett volna. Mindketten zavarban voltunk. Egyikünk sem tudhatta, hogy a másik szívesen emlékszik-e vissza a Himalájában történtekre, vagy örökre el akarja felejteni. Ám bár az a tény, hogy ő keresett engem, és ő ajánlotta fel a lakását éjszakára, nem azt mutatta, mintha örökre meg akarna szabadulni még az emlékemtől is. Nem tudtam, mit kérdezzek tőle, érintsem-e az elmúlt időt, vagy tegyek úgy, mintha friss ismerősök lennénk, és még nincsenek közös emlékeink. Ő azonban úgy döntött, hogy egy bizonyos indulóval ellentétben nem törli el a múltat. Azt tudod, hogy halomra döntötted a legszebb terveimet? Kérdezte már a beszélgetésünk kezdetén. Előre kiterveltem, hogyan kaphatom el őket. Saját kezemmel akartam végezni velük, de te megelőztél. Mindketten pontosan tudtuk, kikről van szó. Ez aztán feltörte a szánkat lezáró pecsétet. Én már nem volt titkunk egymás előtt. Te el akartad kapni charrington és Dermottot. Persze, hogy el akartam, még hozzá úgy, hogy ne tudja meg soha senki, kitette. Mit gondolsz, miért ólálkodtam a nyomotokban? Fogalmam sem volt róla. Legalábbis hosszú ideig nem. Azt sem tudtam, hogy a világon vagy. Na és hogy jöttél rá? Meséltem neki az informátoromról, aki felhívta rá a figyelmemet. Tőle tudtam meg, hogy létezik egyáltalán Miss Beverly Howard. Arra is gondoltál, hogy én állok a merényletek mögött, és én követem el a gyilkosságok zömét. Természetesen. Neked aztán lett volna miért bosszút állnod. De nem öltem meg egyiküket sem. Attól tartok, hogy ez nem rajtad múlott. Igaz, ami igaz, te megelőztél. Pedig leütöttelek a helikopternél, emlékszel rá? Naná, hogy emlékszem nyomogattam meg a fejem búbját. Még mindig érzem a helyét. Azt szerettem volna, hogy az én forgatókönyvem valósuljon meg. És mi lett volna az pontosan? Erről már nincs értelme beszélni. Minden esetre meg akartam ölni őket. És mindazokat, akik nekik dolgoztak. Szép kis tömeggyilkosságot terveltem ki. Te azonban beleköptél a levesembe. A kutyáik elintéztek mindent. Bánod? Kérdeztem. Akkor nagyon bántam, mondta. Legszívesebben megöltelek volna. Elvégre megfosztottál a dédelgetett álmomtól. De most már egyáltalán nem sírok miatta. Nem tudom, hogy viselném, ha valóban kinyírtam volna néhány embert. Nem is feltétlenül akarom megtudni. Nem öltél még meg soha senkit. Ami késik, nem múlik. Lehet, hogy én leszek az első áldozatod. Hatalmas volt a karosség, amiben ült, de valamiért mégsem érezhette jól magát benne, mert hirtelen áttelepült az én székem karfájára. Te már úgyis az áldozatom vagy. Megszereztelek magamnak, és jó darabig el sem mereztelek. Beszélgettünk még sok mindenről, múltról és jelenről, csupán a közeljövőt nem érintettük. Hogy, hogy nem, elérkezett a lefekvés ideje. Beverly egyszer csak felállt és a fal mellett álló széles, baldat hinos ágyra mutatott. Későre jár, mondta. Ideje lefeküdni. Túlságosan megviselt a himalája, a lopakodás, volt, hogy egy hétig meg sem tudtam mosakodni. Ki kell aludnom magam. Felállt és köszönés nélkül távozott. Egyedül bújt a mágyba. Forró szellő lebegtette a függönyöket, Kutyák ugattak valamelyik szomszédos ház kertjében, messzebről csengettyű hangja szólt. Vártam egy kicsit, aztán úgy gondoltam, hogy hiába várok. De legalább fedél van a fejem felett. Már az ébrenlét és az álom határ jártam, amikor éreztem, hogy valaki megérinti a vállamat. Önkéntelenül is a párnám alá nyúltam a 38-as Smith Wessonért. Természetesen nem találtam ott valahol a bőröndöm a szundik A hold mondta az ismerős hang. Gyönyörű ma a hold. Felnéztem és nem akartam hinni a szememnek. Egy sejem csadorba öltözött nő állt az ágyam mellett, és a hold felé fordította a fejét. A hold fény átverekedte magát a csadoron, és mintha levetkőztette volna. Ha akarod, most levetheted súgta a fülembe. Majd ha bolond lennék tiltakoztam. Még emlékszem a sokkolóra. Akkor nem akartam, hogy meglásd az atomat. Most már úgy is ismersz. A csador a földre hullott. A hold tovakúszott az égen. Mintha a Himalájában lettem volna. Vagy inkább a Mennyországban. 11. Éppen egy évvel később egy távoli, nepáli kolostorban kopogtatásra ébredtem. Mintha jeges eső verte volna a pagoda tetőt. A kopogtatás egyre idegesítőbb volt, és végérvényesen kiverte az álmot a szememből. Nyílott az ajtó, és a szolgálatomra kirendelt lámainas dugta be a fejét a cellámba. Azt mondtad, hogy korán ébreszelek, Rimpócse. Már felébresztett a kopogás, mondtam szemrehányón. Mi az ördög ez? Egy idegen, Rimbóce felelte. Tegnap este érkezett. Őszentsége megengedte neki, hogy megnézze a tetőt. Most azt kopogtatja. Azt mondta, ismert téged. Igaz ez. Furcsa egy ember, az szent igaz. Mindig mérges és olyan hosszú a bajusza, hogy a főlámarin pocse szerint még távcsővel sem lehet ellátni a végére. Kiugrottam az ágyból, és meggyújtottam az oltáromon Bexisten előtt egy gyertyát. Talán a harcos Isten megóv majd a következő napok viharaitól. Mert hogy kemény napok köszöntenek a kolostorra, abban biztos voltam. Nem is tévedtem.